a Edgar Rice Burroughs 2 a marsura. A Dorvölgyében, a kórúz elveszett tengerénél lévő bíbor sivatagot szegélyező erdő árnyékában osontam, a mars holdjai alatt, melyek a hadokló bolygó közelében meteorszerűen suhantak az égen. Egy árnyat követtem, mely konokula a sötétbe húzódott, és ez arról árulkodott, hogy gonosz úton jár. Hat hosszú mars hónapon keresztül kutattam a gyűlöletes nap templomának környékén, amelynek lassan forgó tengejében, mélyen a mars felszíne alatt feküdt hercegnőm, sírba zár véja, de nem tudhattam, élve-e vagy holtan. Vajon megtalálta-e Faidor vékony pengéje a kedvesem szívét? Csak az idő deríthet fényt az igazságra. 687 marsnapnak kellett eltelnie, mire újra megpillanthattam az alagút végén a cella ajtaját, ahol utoljára láttam gyönyörűséges dejajtorisomat. A napok fele eltelt, azaz telik el reggelre, mégis, az utolsó kép mindent kitörölt az emlékezetemből, ami előtte vagy utána történt. A füst elzárta előlem a rést, melyen cellájába leshettem, és egy hosszú mars évre elválasztotta tőlem hélium hercegnőjét. Mintha tegnap lett volna, még mindig láttam Matai senglányának, Faidornak vadféltékenységtől és gyűlölettől eltorzult arcát, miközben magasra tartott tőrrel rávetette magát a nőre, akit szerettem. Láttam tartit a vörös lányt is, ahogy odaugrott, hogy megakadályozza a szörnyű tettet. Ekkor az égő templom füste elhomályosította a tragédiát, de a fülemben csengett a lesújtó és nyomában felhangzó sikoly. Ezután csönd lett, és a forgó templom elzárta előlem a három bebörtönzött nő hangját és gyönyörű arcát. A szörnyű pillanat óta sok minden lekötötte a figyelmemet, de az emlék soha, egyetlen percre sem halványult el, és amikor csak megengedték a kötelezettségeim, hiszen újjá kellett szerveznem az első szülöttek kormányát, mivel dicsőséges flottánk és szárazföldi erőink legyőzték őket, a gonosz oszlop közelében voltam, amely magában rejtette fiam, Tartor is anyját. A fekete faj, amely évszázadokon át imádta Isuszt, is a mars hamis istenségét kaotikus helyzetbe került, amikor fölfettem, hogy istenük nem más, mint egy gonosz öregasszony. Féktelen haragjukban darabokra szaggatták. Önteltségük magaslatáról az első szülöttek a megaláztatás mélységeibe zuhantak. Istenük elpusztult, és vele együtt összeomlott vallásuk hamis építménye. Magasztalt flottájukat legyőzték hélium vörös harcosainak erősebb hajói. A marstávoli sárga tengerfenekein élők kegyetlen zöld harcosok vadtóattyaikkal átgázoltak Issus szent kertjein. Társ Tarkas, Tárk a legnagyobb zöld harcos foglalta el Issus trónját, amíg a szövetségesek eldöntötték, hogy mi legyen a leigázott nemzet sorsa. Egyhangúan azt akarták, hogy én üljek a feketék ősi trónjára. Még maguk az első szülöttek is egyetértettek ezzel, nekem azonban nem volt hozzá kedvem. Soha nem tudnám tiszta szívvel vezetni azt a népet, amely megaláztatásokat zúdított hercegnőmre és fiamra. Javaslatomra Xodar lett az első szülöttek jeddakja. Ő détő volt, azaz herceg, mielőtt kegyvesztetté vált is susz előtt, tehát kétségtelenül alkalmas a magas hivatal betöltésére. Így, miután biztosítottuk a dorvölgyének békéjét, a zöld harcosok visszamentek a távoli, kiszáradt tengerfenekekre, mi héliumiak pedig saját országunkba. Itt is fölajánlották nekem a trónt, mivel nem kaptunk hírt hélium jeddakjáról, tardos morsról, de is nagyapjáról, sem pedig a fiáról, mozkajakról, hélium jeggyéről, hercegnő mapjáról. Több mint egy év telt el azóta, hogy az északi féltekére indultak Czartor is keresésére, és végül reményvesztett népük elhitte a halálukról szóló mendemondákat, melyek a hideg körről érkeztek. Ismét megtagadtam a trónt, mert nem hittem el, hogy a hatalmas tardos morz és nem kevésbé rettenthetetlen fia meghaltak. Közületek való uralkodjon, amíg vissza nem térnek mondtam hélium egybe gyűlt nemeseinek. A jutalom templomában a jog trónja mellett álló igazság emelvényéről szóltam hozzájuk, pontosan arról a helyről, ahol egy évvel korábban álltam, amikor Zat erősz kimondta a halálos ítéletemet. Beszéd közben előreléptem, és cartoris vállára tettem a kezem, aki az első sorban állt a körülöttem lévő nemesek között. A nemesek és a nép egyhangú helyezléssel kiáltott föl. Tízezer kard került elő a hüvejéből, és az ősi hélium dicsőséges harcosai üdvözölték Czartorist, hélium jeddakját. Uralkodása a haláláig, vagy a dédapjának, illetve a nagyapjának a visszatéréséig tart. Miután Ili módon megoldottam ezt a héliumnak fontos kérdést, másnap elindultam a Dorvölgyébe, hogy a naptemplomának közelében lehessek addig a sorsdöntő napig, amikor föltárul az elveszett kedvesemet rejtő cella ajtaja. Horvastuszt és kantos kent meg több nemes hadnagyomat héliumban hagytam, hogy bölcsességükkel, bátorságukkal és hűségükkel segítsék a fiamat a reál háruló nehéz feladatok elvégzésében. Csak volát, mazbéli kutyámat vittem magammal. Ma éjjel halkan követett hűséges állatom. Akkora volt, mint egy shetland póni, a feje csúnya, agyarai félelmetesek. Meglehetősen szörnyű látványt nyújtott, ahogy tíz rövid, izmos lábán a sarkamban ügetett. Számomra azonban ő volt a megtestesült szeretet és hűség. Az előtte mosonó alak az első szülöttek fekete datorja, Thurid volt, akinek kivívtam az örökös gyűlöletét amikor puszta kézzel leütöttem Issus templomának udvarában, és a saját szíjaival megkötöztem azoknak a nemes férfiaknak és nőknek a szeme akik egy pillanattal korábban még magasztalták vitézségéért. Mint sok társa, látszólag ő is szívesen fogadta az új rendet, és hűséget esküdött Xodarnak, az új uralkodónak. De tudtam, hogy gyűlöl, és biztos voltam benne, hogy Xodart is gyűlöli és irigyli, ezért rajta tartottam a szemem, és nemrég meggyőződtem róla, hogy valamilyen cselszövésben mesterkedik. Többször észrevettem, hogy sötétedés után elhagyta az első szülöttek fallal körülvet városát, s a kegyetlen és szörnyű dorvölgy felé indult, ahol senki sem járhat tisztességes ügyben. Ezen az éjszakán az erdő peremén kisietett a város halló és látó távolságából, majd a bíbor pázsi tonát kórúz elveszett tengere felé tartott. A völgy fölött suhanó közelebbi holdsugarai sugarai ezer színben csillogtak gyémántokkal díszített fegyverzetén, sima ében fekete bőre föl, -föl ragyogott a fényben. Kétszer is visszanézett az erdő felé, mint aki rosszban sántikál, bár szinte biztos lehetett benne, hogy nem követik nem mertem utána sietni a holdfényben, mivel a céljaimat azt szolgálta, hogy ne álljak az elképzeléseinek az útjába. Azt akartam, hogy gyanútlanul eljusson a céljához, és megtudhassam, milyen ügyben és hová igyekszik az éjszakai lopakodó. Elrejtőztem és vártam, amíg tőlem 400 méterre Thurid el nem tűnt a meredek tengerpart peremén, majd volával a sarkamban átsiettem a nyílt terepen a fekete után. Síri csend uralkodott a halál titokzatos völgyén, vihar előtti csendrült a haldokló bolygó déli sarkánál levő elsüllyedt A messzeségben láttam a csillagos égben nyúló hatalmas aranysziklákat, a nemesfémek és sziporkázó drága kövek ragyogtak a mars két pompás holdjának gyönyörű fényében. Mögöttem az erdőt akár csak a gyepet parkszerűen szimmetrikusra legelték a hátborzongató növényemberek. Előttem terült Elkóruz elveszett tengere, távolabb pedig az ISS villogó szalagját láttam, ahol az arany sziklák alól előbukkanva a korusba ömlött. A becsapott boldogtalan marslakók évszázadokon át önként zarándokoltak ehhez a folyóhoz egy hamis mennyország reményében. A vérszívó karú növényemberek és a hatalmas fehér majmok, amelyek nappal rettegésben tartották a dorvölgyét, éjszakára visszahúzódtak az odójukba. Már egyetlen szent tern sem állt az aranysziklákból az ISS fölé nyúló erkélyen, hogy hát borzongató kiáltással hírül adja az ősi ISS hideg hulláma insodródó áldozatok érkezését. Hélium és az első szülöttek légi flottái kiürítették a ternek erdőit és templomait, amikor azok nem adták meg magukat, és nem fogadták el az új rendet, ami elsöpörte hamis vallásukat a sokat szenvedett marsról. Néhány elszigetelt vidéken még föntartották évszázados hatalmukat, de hekkadorjukat, mata is hangot, a ternek atyát elűzték templomából. Hatalmas erőfeszítéssel igyekeztünk elfogni, de néhány hű kísérőjével megszökött, és fogalmunk sem volt, hol rejtőzködik. Amikor óvatosan a korusra néző alacsony szikla peremére értem, Thurid éppen a csillogó vízre szállt egy könnyű kis csónakban. Ezeket az elképzelhetetlenül régi, különös csónakokat a Szent Ternek, papjaik és az alacsonyabb rangú ternek helyezték el az ISS partjain, hogy megkönnyítsék áldozataik utazását. Alattam a parton vagy húsz ilyen csónak sorakozott, és mindegyiken egy-egy hosszú csákja volt, aminek az egyik vége a másik pedig evezőnek volt kifaragva. Thurid part közelében maradt és amint eltűnt egy közeli hegyfok mögött, vízre lögtem az egyik vízi alkalmatosságot, és miután Vóla is beugrott, eltaszítottam magam a parttól. Turid üldözése közben a tenger szélén maradtam, s egyre közelebb kerültem az ISS torkolatához. A távolabbi hold közel járt a látóhatár széléhez, így a vízparti sziklák alatt mind sötétebb lett az árnyék. Thúria, a közelebbi hold már lenyugodott, és tudtam, hogy négy órán át nem is kell föl újra, tehát erre az időre elrejt a sötétség. A fekete harcos kitartóan haladt előre. Már-már szembe került az ISS torkolatával. Pillanatnyi habozás nélkül az ort folyó felé fordult, és keményen evezett az erős sodrás ellen. Vóla és én a nyomában voltunk, és egyre szorosabban, mert a fickót túlságosan elfoglalta az evezés ahhoz, hogy hátra pillancon. A part közelében maradt, ahol kisebb volt a sodrás. Hamarosan az arany sziklák száján át átongó barlangszerű nyíláshoz ért, ahonnan a folyó ömlött. Bekormányozta a csónakját a pokoli sötétségbe. Reménytelennek tűnt követni oda, ahol már az arcom elé emelt kezemet sem láttam. Már már föladtam az üldözést, hogy visszaforduljak a folyótorkolathoz és ott várjam meg, amíg visszatér, amikor egy kanyar után gyenge világosságot vettem észre. Ismét tisztán láttam üldözöttemet, és a barlang durva boltiveibe ágyazott foszforeszkáló sziklák erősödő fényénél minden nehézség nélkül követhettem. Először hajóztam az ISS hullámain, és örökre emlékezetembe ivódtak az ott látott dolgok. Azonban az ottani szörnyűségek meg sem közelítették a régi, borzalmas viszonyokat, amelyek az előtt léteztek, hogy a hatalmas zöld harcos, tárztarkas, a fekete détő, Xodar és én elvittük az igazság fényét a külvilágnak, és milliókat tartottunk vissza az önkéntes zarándok úttól, Amelynek a végén reményük szerint a béke, boldogság és szeretet völgye várt rájuk. A széles folyamban ittott feltűnő szigeteket még mindig azoknak a szerencsétleneknek a csontvázai és félig fölfadholt testei borították, akik az utolsó pillanatban megszakították az utazást, mert megijedtek, vagy mert hirtelen ráébredtek az igazságra. Az iszonyatos kriptaszigetek rettenetes bűzében elvadult őrültek sikoltoztak, makogtak és harcoltak szörnyű lakomájuk tépet maradványaiért. Ahol már csak letisztított csontok voltak, ott az élők egymás ellen küzdöttek, s a gyengébb lett az erősebb tápláléka, mások pedig karomszerű ujjaikkal a folyóban sodródó felpüfett hullák után kapdostak. Thurid a legcsekélyebb figyelemre sem méltatta a sikoltozó lényeket, akik hangulatuk szerint fenyegették vagy könyörögtek neki nyilvánvalóan ismerős volt számára ez a szörnyű látvány. Még vagy másfél kilométert evezett fölfelé a folyón, majd átkelve rajta, a bal parton kifutott egy kis párkányra, amely majdnem egy szinten volt a vízzel. Nem mertem követni a folyónát, mivel biztosan észrevet volna. Inkább a túlsó part közelében megálltam egy víz fölé hajló szikla alatt, ahol igen sűrű árnyék volt. Innen nyugodtan figyelhettem, Thuridot, és nem fenyegetett az a veszély, hogy észrevesz. A fekete a csónakja mögötti párkányon állt, és fölfelé kémlelt a folyón, mintha várt volna valakit abból az irányból. Miközben a sötét szikla alatt voltam, felfigyeltem rá, hogy igen erős a sodrás a folyó közepe felé, így csak nagy nehezen tudtam helyben tartani kis csónakomat. Beje baraszoltam az árnyékba, hát ha megkapaszkodhatom valahol a parton, de hiába jutottam előrébb néhány métert, semmit sem találtam. Már-már olyan helyre kerültem, ahonnan nem láthattam volna a fekete férfit, ezért ott kellett maradnom, ahol voltam. Erősen neveztem a sziklák alól áradő vízzel szemben, és így próbáltam egy helyben maradni. Fogalmam sem volt, mi okozhatja ezt az erős oldaláramlatot, hiszen ültömből láttam azt a pontot, ahol a kíváncsiságomat felkeltő titokzatos áramlat fodrozódva belefutott a világosan kivehető fősodorba. Még mindig ezen töprengtem, amikor felfigyeltem Thuridra, aki a marslakók szokásos üdvözlése szerint mindkét kezét a feje fölé emelte és egy pillanattal később tisztán hallottam mély hangját, ahogy barsumi módon köszönt, kérő. Arra felé fordítottam a tekintetemet, amerre ő is nézett, és hamarosan egy hosszú csónak úszott korlátozott látóterembe, fedélzetén hat emberrel. Őte neveztek, a hatodik pedig a méltóságoknak járó helyen ült. Fehér bőrük, kopasz fejüket fedő hosszú, sárga parókájuk és pompásan díszített aranyfejékeik alapján azonnal tudtam, hogy szenternek. Amikor kikötöttek a párkányon, ahol Hurid várta őket, és a csónak elejében ülő férfi kilépett a partra, kiderült, hogy nem más, mint Matai Seng, a ternek atya. Csodálkozással töltött el az a látványos szívélyesség, amelyel egymást üdvözölték, hiszen eddig kizárólag csatában találkoztak. Nyilván a mindkét népet sújtó csapások hozták létre ezt a szövetséget a két ember között, a közös ellenség ellen. Most már értettem, miért jött Hurid olyan gyakran a Dorvölgyébe éjszaka, és tudtam, hogy az összeesküvést a hozzám közel állók és a barátaim ellen szervezte. Szerettem volna közelebb kerülni a két férfihoz, hogy hallhassam beszélgetésüket, de most már semmiképpen sem kísérelhettem meg az átkelést, csendben figyeltem hát őket. Bármit megadtak volna, ha tudják, milyen közel vagyok hozzájuk, Túlerejükkel egészen könnyen legyőzhettek és megölhettek volna. Thurid néhányszor felém mutatott, de egy pillanatig sem hittem, hogy mozdulatainak bármi köze lett volna hozzám. Végül ő és Matai Seng beszálltak az utóbbi csónakjába, megfordultak, és pontosan felé indultak. Ahogy közeledtek, egyre bejebb és bejebb húzódtam csónakommal a szikla alá, de hamarosan világossá vált, hogy ők ugyanezt az irányt választották. Az ötevezős az én erőmet jócskán meghaladó tempóban taszította előre a nagyobb csónakot. Minden pillanatban vártam, hogy csónakom orra beleütközik a sziklafalba. A folyó fénye nem hatott be idáig, de távoli ragyogás halvány derengését láttam, és még mindig víz volt előttem. Végül mindent megértettem egy föld alatti folyó neveztem, amely azon a parton ömlött az izbe, ahol elrejtőztem. A csónak már nagyon megközelített. A benne ülők kevezőinek zaja elnyomta az enyémet, de a fokozatosan erősödő fényben hamarosan fölfedeztek volna. Egy percet sem vesztegethettem. Azonnal cselekednem kellett. Csónakom orrát jobbra fordítottam, a sziklás parthoz evesztem, és ott vártam, amíg Matai Sengi és az isnél jóval keskenyebb folyócska közepére ért. Ahogy közeledtek, hallottam emelt hangon folyóvitájukat. Hidd el, ten mondta a feketedítő, csak bosszút akarok állni John Carteren, Hélium hercegén. Nem akarlak törbe csalni. Mit nyernék, ha elárulnálak azoknak, akik tönkretették a népemet és az otthonomat? álljunk meg itt egy percre, és mondd el a tervedet felelte a hekkador, s csak akkor megyünk tovább, ha tudjuk, mit kell tennünk és mi a fizetség. Az evezősöknek megparancsolta, hogy kormányozzanak a parthoz, alig néhány lépéssel előttem. Ha mögöttem kötnek ki, biztosan észrevesznek az előttem pislákoló fényben, de onnan, ahol végül is megálltak, semmiképpen sem fedezhettek föl. Mintha mérföldek választottak volna el tőlük. Az a néhány szó, amit hallottam, fölkeltette a kíváncsiságomat, és pontosan akartam tudni, miféle bosszút forral ellenem Thurid. Nem kellett sokáig várnom. Feszülten figyeltem. Nincs fizetség, ternek atya folytatta az első szülött. Thuridnak és susz datorjának nincs ára. Ha elvégeztük a dolgot, örülni fogok, ha gondod lesz a megjutalmazásomra, s ősi származásomnak és nemesi rangomnak megfelelő posztot biztosítasz számomra valahol, ahol még hűségesek ősi hitetekhez, hiszen nem térhetek vissza a dorvölgyébe, és sehova, ahol hélium hercege uralkodik. De ezt sem követelem. Legyen a kívánságod szerint, és a helyzetnek megfelelően. Legyen a te kívánságod szerint, Détő szólt Matai Seng. És ez nem minden. Gazdaggá és hatalmassá teszlek, ha visszajuttatod hozzám a lányomat, faidort, és a kezemre adott dejajtorist, Hélium hercegnőjét. Ó, tette hozzá, és gonoszul horkantott, a földi embernek pedig szenvednie kell a szentek szentje elleni alávalóságáért, és a legnagyobb aljasság sem lehet elég aljas a hercegnőjével szemben, bár csak hatalmam lenne arra kényszeríteni, hogy végignézze a vörös nő megaláztatását és kínjait. Egy nap sem telik bele, s azt tehetsz a nővel, amit akarsz, Matai-seng mondtad hurid. Ha kimondod a szót. Hallottam már a nap templomáról, détő felelte Matai-seng, de azt még sohasem hallottam, hogy szabadon engedték volna a foglyokat a büntetésük kitöltése előtt. Akkor hát hogyan akarod véghez vinni a lehetetlent? A templom minden cellájának bármikor megközelíthetőnek kell lennie szólt Hurid. De csak Issus ismerte az utat, és Issus soha nem osztotta meg jobban titkait, mint amennyire feltétlenül szükséges volt. Halála után véletlenül rábukkantam a templom ősrégi tervrajzára, és ott feketén-fehéren leírták a pontos utasításokat, hogyan lehet megközelíteni a cellákat. Azt is megtudtam, hogy Issus sok embert küldött oda, olyan parancsal, hogy kínozzák vagy öljék meg a foglyokat. És akik Kili módon megismerték a titkot, rögtön azután, hogy visszatértek és jelentést tettek a kegyetlen Issusnak, rejtélyesen meghaltak. Hát akkor menjünk tovább, mondta végül Mata iseng. Bíznom kell benned, ugyanakkor neked is bennem, hiszen hatam vagyunk egy ellen. Én nem félek válaszolt, Hurid. Neked sem kell. A közös ellenséggel szembeni gyűlöletünk elég erős kapocsa ahhoz, hogy bízhassunk egymásban, és miután meggyaláztuk Hélium hercegnőjét, még több okunk lesz rá, hogy fenntartsák a szövetséget, ellenkező esetben nagyon rosszul ítéltem volna meg, órának természetét. Mata is eny néhány szót intézett az evezősökhöz. A csónak tovább indult a mellékfolyón. Alig tudtam visszatartani magam, hogy rájuk ne roncsak, és meg ne öljem a két cselszövőt, de azonnal átláttam, mennyire meggondolatlan lépés lenne lekaszabolni az egyetlen embert, aki elvezethet De is börtönéhez a végtelen hosszú más évletelte előtt. Hat Hurid elvezeti Mata is hangot arra az elhagyatott helyre, akkor elvezeti John Cartert, Helium hercegét is hal kevező csapásokkal beálltam a nagy csónak nyomdok vizébe. A hegyek alatt. Ahogy haladtunk fölfelé az arany sziklák alatt kanyargós sötét folyón, amely az otthegység belsejéből kijutva egyesült az ord és titokzatos ISS vizével, a pislákoló fény mindent elborító ragyogássá nőtt. A folyó kiszélesedett, és hatalmas föld alatti tóvá változott. A kupolás barlangot foszforeszkáló sziklák világították meg, itt-ott az érintetlen, nagy részt tömör aranyból álló csodálatos kőtömbökbe ágyazódott gyémánt, zafír, rubin és barsum többi megszámlálhatatlan ismeretlen drága köve csillogott. A fényben úszó barlangtavon túl sötétség honolt és elképzelni sem tudtam, mi lehet mögötte. A csillogó vízen képtelenség lett volna követni a ternhajót úgy, hogy ne vegyenek észre, így, bár egy pillanatra sem akartam szem elől téveszteni huridot, az árnyékban kell ítíti várnom, amíg a másik hajó eltűnik a tó távolabbi végén. Azután a nyomukba eredtem a ragyogó vízen. Örökké valóságnak tűnt, mire a tó fölső végén elértem az árnyékot. Itt a folyó egy alacsony nyíláson ömlött be, és hogy átjuthassak, volát a csónak aljába kellett fektetnem, és én is két rét görnyedtem, hogy ne verjem be a fejemet. A túloldalon ismét magas volt a mennyezet, de az út már nem ragyogott előttem. Csak némi gyenge fény pislákolt a fönti és az oldalsó kicsi és elszórt foszforeszkáló sziklákból. A folyó három volt íves nyíláson ömlött be ebbe a kisebb barlangba, Közvetlenül előttem. Sehol sem láttam Thuridot és a terneket. Vajon melyik sötét lyukban tűntek el? Nem tudtam kitalálni, így a középső nyílást választottam, hiszen az épp úgy vezethetett a megfelelő irányba, mint a másik kettő. Itt már teljes sötétbe neveztem. A folyó elkeskenyedett, annyira, hogy a feketeségben eleinte rendre nekiütköztem a folyó egyik vagy másik partjának, ahogy a víz ide-oda kanyargott sziklamedrében. Messze magam előtt mély és barátságtalan dübörgést hallottam, a közelettemre egyre erősödött, s végül vad haragjának minden erejével szaggatta a dobhártyámat, amikor éles kanyar után egy gyengén megvilágított szakaszhoz értem. Közvetlenül előttem a folyó hatalmas vízesésként zúgott le a magasból. A zuhatagfaltól faltól falig kitöltötte a szurdokot, és vagy 40-50 méter magas volt. Soha életemben nem találkoztam ilyen csodálatos látványjal. De az a dübörgés az a szörnyű, fülsiketítő dübörgés, ahogy alábukott a víz, és a hangja betöltötte a sziklás, föld alatti üreget. Ha a vízesés nem zárta volna is el előttem az utat, amiből egyébként kiderült, hogy rossz irányba indultam, azt hiszem, akkor is bárhová elmenekültem volna az őriítő lárma elől. Thurid és a ternek semmiképp sem jöhettek erre. Csak botorkáltam ebben a zsák utcában, s közben elvesztettem a nyomukat, annyira elmaradtam mögöttük, hogy félő volt, nem találom meg őket idejében, feltéve, hogy egyáltalán megtalálom őket. Több órába telt, amíg az erős sodrással szemben följutottam a vízeséshez, és újabb órák kellettek ahhoz, hogy visszajussak az elágazáshoz, pedig lefelé sokkal gyorsabban haladtam. Nagyot sóhajtottam, megfordítottam a csónakomat, és hatalmas evező csapásokkal, nyaktörő tempóban siettem át a sötét, Girbegurba csatornán, amíg vissza nem értem a barlangba, ahová a folyó három ága ömlött. Még mindig két út közül választhattam, és fogalmam sem volt, melyik vezet a cselszövők nyomára. Amennyire emlékszem, soha életemben nem kínzott ennyire a határozatlanság. Annyi minden múlt a helyes döntésen, a gyorsaságon. Már az eddig elvesztegetett órák is megpecsételhették a senkihez sem hasonlító dejahitoris sorsát, ha még él. Kétségtelenül végzetes lett volna, ha újabb órákat, esetleg napokat fecsérelek el egy újabb zsákutcával. Többször elindultam a jobb oldali bejárat felé, és mindannyiszor visszafordultam, mintha valami különös ösztön figyelmeztetett volna, hogy nem az a helyes út. Végül a vissza-vissza érzéstől vezérelve nekivágtam a bal oldali ágnak, bár még egy habozó pillantást vetettem a jobb oldali, barátságtalan bolti valól hömpölájvő komor és fenyegető vízre és ahogy oda néztem, a sodrásban a sorapus van nagy, gyümölcsének a héja úszott ki a pokoli sötétségből. Alig tudtam visszafolytani egy örömkiáltást az ISS és a kórus felé sodródó oktalan üzenet láttán, hiszen ebből azonnal tudtam, hogy marslakók hajóztak előttem azon az úton. Nyilván, miután megették a természetnek ezt a csodálatos gyümölcsét, a kemény héjat kidobták a csónakból. Csak is azoktól jöhetett ez az üzenet, akiket üldöztem. Gyorsan elvetettem a baloldali átjáró gondolatát, és egy pillanat múlva már jobb felé indultam. A folyó hamarosan kiszélesedett, és foszforeszkáló sziklák világították meg utamat. Jól haladtam, de ennek ellenére meg voltam róla győződve, hogy majdnem egy teljes nap a hátrányom. Vóla és én már egy napja nem ettünk. Igaz, Vólának ez nem sokat számított, hiszen a más kiszáradt tengerfenekén élő állatok szinte kivétel nélkül hihetetlenül sokáig bírják evés nélkül. És én sem szenvedtem, a víz, amit itt fönt, az istől eltérően, nem szennyezte koszló tetemek, édes volt és hideg, ami pedig az evést illeti, az a tudat, hogy egyre közelebb jutok szeretett hercegnőmhöz, minden testi szükségletemet elnyomta. A folyó mind keskenyebb lett, a sodrás pedig mind gyorsabb és szilajabb. Végül olyan sebes volt, hogy csak erőlködve tudtam előre jutni. Talán száz méter tehettem meg egy óra alatt. Amikor egy kanyar után zúgókat pillantottam meg, és a folyó habzat és forva bukott alá rajtuk. Szinte megdermett a szívem. A sorapus héja hamis jósnak bizonyult, és mégis csak jó volt a megérzésem, a jobb oldali folyóágon kellett volna elindulnom. Ha nő lennék, elsírtam volna magam. Tőlem jobbra lassan mozgó limány volt, mélyen befolyt a kiálló sziklák alá, hogy egy kicsit pihentessem az izmaimat, mielőtt visszafordulnék, odakor kormányoztam a csónakomat. Szinte megsemmisültem a csalódottságtól. Újabb félnapos időveszteséget jelentett, hogy vissza kell fordulnom, és nekivágni az egyetlen lehetséges iránynak. Miféle szörnyű végzett sugallatára választottam a három út közül kétszer is a rosszat. Ahogy a lustalimány lassan a víz szélére sodort, a szikla alatti sötétségben a csónakom orra kétszer is nekiütődött a sziklás partnak. Aztán harmadszor is odakoccant finoman, de ekkor más hangot adott mintha fához értem volna. Egy pillanat alatt készenlétben voltam, hiszen a folyóban sehol nem lehetett fa, amit nem ember hozott ide. Az ütközés zajára szinte véletlenül oldalt nyújtottam a kezem, és egy másodperccel később egy másik csónak szélébe kapaszkodtam. Mintha kővé váltam volna, mereven és feszült csöndben ültem. Szememet a tökéletes sötétbe mereztettem, hogy megállapítsam, vannak-e emberek a csónakban? Lehetséges, hogy van valaki a fedélzetén, és még nem vett észre, hiszen a csónak egyik oldala finoman kocogtatta a sziklákat, így könnyen észrevétlen maradhatott az én csónakom odaütközése. Akárhogy erőltettem a szememet, semmit sem láttam, ezért hallgatóztam, hogy lélegzik-e valaki mellettem. Azonban az úgók, az egymáshoz ütődő csónakok és a fodrozódó víz hangján kívül semmit sem hallottam. Mint mindig, most is villámgyorsan gyorsan gondolkodtam. Föltekert kötél hevert a csónak aljában. Nagyon halkan fölemeltem, az egyik végét a csónak orrán lévő bronzgyűrűhöz kötöztem, majd óvatosan a mellettem lévő csónakba léptem. Egyik kezemben a kötél, a másikban kivont kardom. Talán egy percig mozdulatlanul álltam abban a különös járműben. Kissé megbillent a súlyom alatt, de a csónakom oda-oda koccanása már figyelmeztette volna a legénységet, ha lett volna ott valaki. Azonban semmilyen hangot nem hallottam, tehát azonnal átvizsgáltam a csónakot, az elejétől a végéig, és üresnek találtam. Végig tapogattam a sziklafalat, amelyhez kikötötték a vízi alkalmatosságot, és fölfedeztem egy keskeny hasadékot. Rögtön tudtam, hogy az előttem járók erre mentek tovább. A csónak nagysága és felépítése alapján biztos voltam benne, hogy csak is és csapatái lehetett. Kiléptem a partra, és magamhoz szólítottam volát. A hatalmas vadállat egy macska ügyességével jött hozzám. Miközben átmászott Hulid és a ternek csónakján, morgott, s amikor kiért a partra, és a nyakára tettem a kezem, éreztem, ahogy dühösen fölborzolta a szőrét. Azt hiszem, telepatikus úton megérezte az ellenség közelségét, hiszen én még nem avattam beküldetésünk természetébe, és azokról sem beszéltem, akiket üldöztünk. Gyorsan pótoltam ezt a mulasztást, és a zöld mars lakók módszerével részben furcsa, rejtélyes telepátiával, részben szavakkal elmondtam neki, hogy azoknak a nyomában járunk, akik ebben a csónakban érkeztek. Vóla mint valami nagy macska halk dorombolással jelezte, hogy mindent ért. Magam után hívtam, és jobbra fordultam, de a kutyám hatalmas fogai már is belecsimpaszkodtak a szíjaimba. Megfordultam, hogy kiderítsem, mi lelte, s ő kitartóan az ellenkező irányba cigált, és nem is hagyta abba, amíg utána nem indultam. Nyomkeresésben még sohasem sem hibázott, így tökéletes biztonsággal lépkedtem a sarkában. Teljes sötétségben mentünk előre a keskeny párkányon a habos zúgók mellett. A víz fölé nyúló sziklák alól halvány fénybe vezetett az út, és ekkor láttam, hogy egy ember kézvágta ösvényen járunk, amely a folyó partján az ógók mentén húzódik. Órákon át követtük a sötét és komor folyót, egyre bejebb és bejebb haladtunk a mars belsejébe. Az irányból és a megtett távolságból arra következtettem, hogy már jócskán a dorvölgye alatt járhatunk, talán már Omean tengere alatt is. Nem lehetett messze a naptemploma. Szinte még végig sem gondoltam ezt, amikor a hirtelen megállt egy keskeny, boltíves átjáró előtt, amit az ösvény mellett álló sziklába vágtak. Gyorsan visszahúzódott a bejárat elől, és közben felén fordította a szemét. Szavakkal sem mondhatta volna el jobban, hogy a közelben veszéleselkedik. Mellé húzódtam, majd előrelépve benéztem a jobbra lévő nyíláson. Nagyobb méretű termet láttam, és a berendezésből rögtön tudtam, hogy valamikor őrszoba lehetett. Fegyverállványok és emelvények voltak odabent a harcosok sejem és szőrmet a karói számára. Most azonban csak két ternült ott, Thurid és Matai sen kíséretéből. Mélyen elmerültek a beszélgetésben, és nyilvánvalóan nem sejtették, hogy hallgatóik vannak. Azt mondom szólt az egyik, én nem bízom a feketében. Fölösleges volt itt hagyniuk bennünket, hogy őrizzük az utat. Könyörgök, mitől kellene őriznünk ezt a rég elfeledett, föld alatti ösvényt? Ez csak egy fortéi, hogy megosszon minket. Majd rábeszéli Mata is hangod, hogy ilyen vagy olyan kifogással hagyja ott valahol a többieket is, és a végén rajtunk ült a társaival, és mindannyiunkat lemészáról. Hiszek neked, léke felelte a másik, a ternek és az első szülöttek között örök a gyűlölet. És mi a véleményed a fénynyel kapcsolatos nevetséges utasításokról? 50 talig világítson a fény három rádiómegységgel, egy xatig világítson egy rádiómegységgel, majd 25 talig kilenc egységgel. Pontosan ezt mondta, és még elgondolni is rossz, hogy is Seng végig hallgatja ezt az őrültséget. Tényleg hülyeség válaszolt Lékő ez csak is gyors halálunknak nyit utat. Amikor Matai sen nyíltan megkérdezte, mit akar tenni, ha elérték a nap templomát, kénytelen volt mondani valamit, és hirtelen ezt találta ki. Egy halikador fejében fogadok, hogy már ő maga sem tudná elismételni a szavait. Ne maradjunk itt tovább, Lékő szólt a másik tern. Talán ha utánuk megyünk, még időben érkezünk, hogy megmentsük Mata is hangot, és kitöltsük bosszunkat a fekete datoron. Mi a válaszod? Hosszú életem során még soha nem szegültem ellen a ternek atya egyetlen parancsának sem. Itt fogok megrohadni, amíg vissza nem tér, és nem mond mást. Lékötársa megrázta a fejét. Fejjebb valóm vagy mondta, semmit sem tehetek a beleegyezésed nélkül, bár most is úgy gondolom, bolondság itt maradnunk. Én is úgy gondoltam, bolondság maradnunk, mivel vóla viselkedéséből világos volt, hogy a szobán átvezet az út. Semmi okom nem volt rá, hogy különösebben szeressem az önisztenítő démonok fajtáját, de jó lett volna összetűzés nélkül elmenni mellettük. Minden esetre érdemes volt megpróbálni, hiszen egy harc meglehetősen késleltetett volna minket, esetleg véget vetett volna az üldözésnek. Nálam nagyobbak is elbuktak már a vadtern harcosoknál kisebb képességű emberek kardjától. Vólának intettem, hogy jöjjön le, és beléptem a szobába a két férfi elé. Amint megláttak, előrántották hosszú kardjaikat, de én fölemelt kézzel jeleztem, hogy nyugodjanak meg. Túridot keresem, a fekete datort mondtam. Vele van elszámolni valóm, nem veletek. Engedjetek hát békével, hiszen, ha nem tévedek, nektek ugyanúgy ellenségetek, mint nekem, és nem lehet okotok rá, hogy megvédjétek. Leengedték kardjukat, és Lékő így szólt. Nem tudom, ki vagy te, hiszen a bőröd fehér, mint egy terné, a hajad pedig fekete, akár csak a vörös embereké, de ha csak thuvi a biztonsága forogna kockán, átengednénk, mégpedig nagy örömmel mondd meg, ki vagy, és milyen küldetésben jársz ebben az ismeretlen világban, a Dor völgye alatt, és akkor talán tovább engedünk, hogy elvégezd, amit mi is megtennénk, ha engedné a parancsunk. Csodálkoztam, hogy nem ismertek rám, mivel úgy gondoltam, hogy személyes tapasztalatból vagy hírből minden barsumi tern elég jól ismer ahhoz, hogy a bolygó bármelyik pontján rögtön azonosítsanak valójában a fiam, Tartor is kivételével én voltam az egyetlen ember a marson, akinek fekete haja és szürke szeme volt. Ha fölfedem kilétemet, lehet, hogy azonnal nekem rontanak, mert minden bal sumitern tudta, hogy nekem köszönhetik sok évszázados egyházi uralmuk bukását. Másrésztről viszont harckészségem híre talán elegendő lehetett ahhoz, hogy átengedjenek, ha csak nem fűlött a foguk egy élethalál harchoz hogy őszinte legyek, meg sem próbáltam e féle okoskodással látatni magam, mert jól tudtam, a háborús marson nagyon kevés a gyáva ember, és mindenki, legyen az király, pap vagy koldus, megdicsőül a halálos harcban. Ezért erősebben szorítottam hosszú kardom markolatát, miközben válaszoltam lakornak. Remélem, lesztek olyan bölcsek, hogy átengedtek békével mondtam, mivel semmi értelme nem lenne fölöslegesen meghalnotok barsumsziklás belsejében azért, hogy megvédjétek az ősi ellenséget, Thúridot, az első szülöttek datorját. Arra, hogy meghaltok, ha ellenszegülnétek, elég bizonyíték a nagy barsumi harcosok rengeteg porladó teteme, akikre ez a kart sújtott le. John Carter vagyok, Hélium hercege. A két férfit egy pillanatra megbénította ez a név, de csak egy pillanatra, és akkor a fiatalabbik durva káromkodással, fölemelt karddal rohant felém. A beszélgetés alattársa, Lékő mögött állt, és amikor már majdnem elért engem, az idősebb férfi a szíjainál fogva visszarántotta. Várj! parancsolta Lékő. Rengeteg idő lesz harcolni, ha egyáltalán bölcsnek tartjuk a harcot. Minden barsumi ternokkal akarja a szentségtörő istenkáromló vérét venni. De vegy megfontoltságot meg fontoltságot jogos gyűlöletünkhöz, Hélium hercege olyan küldetésben jár, amit alig egy perce mi magunk is fontolgattunk. Engedjük hát békével, hogy megölje a feketét. Amikor visszatér, mi még mindig itt leszünk, és elzárjuk előle a külvilághoz vezető utat. Így egyszerre két ellenségtől szabadulhatunk meg, és még a ternek atyának haragját sem hívhatjuk ki. Miközben beszélt, nem tudtam nem észrevenni a ravasz fényt gonosz szemében, és bár érvelése nyilvánvalóan logikusnak hangzott, talán tudat alatt éreztem, hogy szavai aljas szándékot lepleznek. A másik tern látható meglepetéssel fordult felé, de amikor Lékő néhány szót súgott a fülébe, ő is visszalépett, és egyetértően bólintott fejjebb valója javaslatára. Menj, John Carter mondta Lékő, de tudnod kell, hogy hat hurid nem öl meg, akkor itt várnak azok, akik nem engednek ki többé a külső világ napsütésébe. Menj! Vóla a beszélgetés alatt végig morgott, és fölborzolt szőrrel mellém húzódott. Időnként rám nézett és kérőn szűkölt, mintha azért könyörgött volna, hogy engedjem a két férfi torkának esni. Ő is megérezte az aljasságot a sikamlós szavak mögött. A ternek mögött több ajtó nyílt az őrszobából, és lékő a jobb szélsőre mutatott. Ez az út vezett Hurithoz mondta. Amikor hívtam volát, hogy kövessen, az állat nem mozdult, csak nyűszített, majd a bal szélső nyíláshoz rohant. Kapfogva ugatott, mintha sürgetni akart volna, hogy menjek a helyes úton. Kérdőn néztem lakorra. Az állat ritkán téved mondtam, és bár nem kétlem, hogy jobban ismered az utat. Tern, azt hiszem, nem hagyhatom figyelmen kívül az ösztön szavát, amit hűség és szeretet támogat. Beszéd közben komoran mosolyogtam, hogy szavak nélkül is tudhassa, nem bízom benne. Ahogy akarod felelt a fickó egy rándítással. A végén úgy is ugyanoda jutsz. Megfordultam, és követtem volát a bal oldali átjáróhoz, és bár hátat fordítottam az ellenségnek, erősen füleltem. De semmit sem hallottam. A folyosót ittott elhelyezett rádiumizzók halvány fénye világította meg. Barsumon mindenütt így világítottak. Ugyanezek a lámpák már évszázadok óta éghettek folyamatosan itt a föld alatt, mivel nem igényelnek karbantartást, és olyan az összetételük, hogy több száz év alatt is csak a töredékét használják fel saját anyaguknak. Alig mentünk egy keveset, amikor a folyosók többfelé ágaztak, de volna egyszer sem habozott. Az egyik ilyen elágazásnál zajt hallottam, ami többet mondott nekem, John Carternek, a harcosnak, mintha anyanyelvemen szólítottak volna. Fémes csengést hallottam egy harcos felszerelésének a hangját, ami a tőlem jobbra levő folyosóról, kicsit előttem hallatszott. Vóla is meghallotta, és mint a villám, a fenyegető veszély felé fordult. Fölborzolta a bundáját, és az összes csillogó foga látszott, ahogy vicsorgott. Egy mozdulattal lecsendesítettem, és mindketten visszahúzódtunk egy másik folyosóágba. Itt várakoztunk, és nem kellett sokáig várnunk, mert hamarosan két férfi árnyékát láttuk a fő folyosón, rejtek helyünk előtt. Nagyon óvatosan mozogtak nem ismétlődött meg az engem figyelmeztető csengés. Már oda is értek elénk, nem lepődtem meg, hogy lakort és társát pillantottam meg. Nagyon halkan mentek, és mindkettőjük jobb kezében ott csillogott hosszú kardjuk. Közvetlenül rejtek helyünk előtt álltak meg, és suttogva beszéltek. Lehet, hogy már elébe vágtunk. Kérdezte lékő. Vagy az történt, vagy az állat rossz útra vezette-felelte a másik, mert az az út, amelyiken mi jöttünk, sokkal rövidebb vannak, aki ismeri. John Carter gyorsan a halálba jutott volna, ha megfogadja a tanácsodat. Igen, mondta lékő, s nincs az a harckészség, ami megmentette volna a csapóajtótól. Biztosan rálépett volna, és ha a gödörnek van alja, amit hurid kétségbe von, mostanság érne oda. Csak az az átkozott ne figyelmeztette volna, hogy a biztonságos utat. Válassza! még így is elég veszélyeselkedik rá szólt légkötársa, és azokat sem ússza meg egy könnyen, ha véletlenül megmenekülne a kardunktól. Gondold el, mennyi esélye lesz például, amikor váratlanul belép a terembe, ahol sokat adtam volna, ha hallom a folytatást, és így figyelmeztetnek a rám váró csapdákra, de a sors közbeszólt, és abban a pillanatban, amikor a legkevésbé sem akartam, eltüsszentettem magam. A naptemploma. Nem tehettem mást, harcolnom kellett, és még csak előnyöm sem volt, ahogy karddal a kezemben a folyosóra ugrottam a két tern elé, hiszen rosszul időzített tűszentésem figyelmeztette őket a jelenlétemre, így felkészültem vártak. Nem váltottunk szavakat, mert azzal is pocsékoltuk volna a levegőt. A két őr puszta jelenléte árulkodott szó túlságosan is nyilvánvaló volt a szándékuk, hogy utána mosonva váratlanul rám törjenek, és természetesen tudniuk kellett, hogy rájöttem a tervükre. Pillanatokon belül összecsaptam velük, és ugyan a terneknek még a nevét is gyűlölöm, feltétlenül el kell ismernem, hogy remekül forgatják a kardot. Ez a kettő sem volt kivétel, ha csak nem voltak még képzettebbek és halál megvetőbbek, mint általában a fajtájuk beliek. Ez volt életem legélvezetesebb küzdelme. Legalább kétszer csak csodás fürgeségem mentett meg a szívemhez közelítő a cél halálos döfésétől. Az a képesség, amit földi izmaimnak köszönhettem a mars kisebb gravitációja és légnyomása mellett. Azonban még így is közel jártam ahhoz, hogy megízleljem a halált azon a napon, a mas déli pólusa alatt húzódó homályos folyosón, mert Lékő olyan cselt alkalmazott, amihez hasonlót két bolygón vívott összes harcom során egyszer sem láttam. Éppen a másik term támadott és visszaszorítottam, miközben itt-ott megérintettem a kardom hegyével. Végül már egy tucat sebből vérzett, de mégsem tudtam annyira áthatolni csodálatos védekezésén, hogy egy pillanatra megtaláljam azt az érzékeny pontot, amit elérve az őseihez küldhettem volna. Ekkor Lékő gyorsan lerántott egy szíjat a felszereléséből, és miközben hátra léptem, hogy kivédjem egy gonosz szúrását, a szí egyik végét a bal bokámra vetette, és ahogy az egy pillanatra rácsavarodott, hirtelen megrántotta a másik végét, és én teljes lendülettel hanyat vágódtam. Azonnal rám vetették magukat, mint két pár duc, de nem számoltak volával. Mielőtt a pengéjük elért volna, mint ezer megtestesült ördög jelent meg fölöttem üvöltve, hűséges marzbéli kutyám, és nekik rontott. Képzeljenek el, ha tudnak, egy tízlábú, hatalmas grézi medvét, félelmetes karmokkal, fültől füligérő, óriási, béka-szerű szájjal és három sor hosszú, fehér agyarral. Azután ehhez a képzeletbeli lényhez adják hozzá egy kiéhezett bengáli tigris gyorsaságát és vadságát, s két bika erejét, így talán lesz némi fogalmuk a támadó voláról. Visszahívni sem volt időm, hatalmas mancsának egyetlen csapásával már is pépézózt a a másik ternt pedig szó szerint kafatokra tépte. És amikor erélyesen rászóltam, úgy meghunyászkodott, mintha fedést és fenyítést érdemlő dolgot tett volna. Egyszer sem volt szívem megbüntetni volát a marsra érkezésem óta eltelt hosszú évek alatt. Amióta a tárkok zöld fegje Voola őrizetére bízott, és ő minden szeretetével és hűségével átpártolt hozzám előző életek egyetlen és szeretetlen gazdáitól, nem büntettem meg soha. Bár azt hiszem, minden kegyetlenséget elviselt volna tőlem, olyan erősen kötődött hozzám. A léke homlokán levő aranyfoglalatú diadém elárulta, hogy Szent Társa nem viselt hasonló éket, ő alacsonyabb rangú volt, bár ékszereléséből arra következtettem, hogy elérte a kilencedik kört, s az csak egy lépcsővel volt a Szent alatt. Miközben néztem a szörnyű pusztítást, amit vitt véghez, eszembe jutott az a régi eset, amikor a Huvia által megölt szét öt rok parókájával, fejdíszével és felszerelésével álcáztam magam. Arra gondoltam, talán érdemes lenne léködészeit ugyanerre a célra használni. Egy pillanat alatt le is téptem kopasz fejéről a sárga parókát, s a fejdíszsel és fegyvereivel együtt magamra öltöttem. Vóla nem nagyon helyeselte ezt a metamorfózist. Szimatolni kezdett, és vészjóslóan morgott, de amikor beszéltem hozzá és megveregettem hatalmas fejét, lassan belenyugodott a változásba, és parancsomra tovább bügetett a folyosón arra felé, amerre a ternek érkezése előtt tartottunk. Óvatosan mentünk, mivel nem felejtettem el a kihallgatott beszélgetést. Vóla mellett lépkedtem, hogy több szem többet lát alapon időben észrevegyük a ránk leselkedő veszélyeket, és bizony nem ártott, hogy a ternek előre figyelmeztettek bennünket. Egy keskeny lépcsősor alján a folyosó éles szögben visszakanyarodott, majd egy újabb kanyarral visszatért az eredeti irányba. Tökéletes S betűt írt le, aminek a felső szára egy rosszul megvilágított, hatalmas csarnokba torkolt, amelynek a padlóját teljesen elborították a mérges kígyók és más undorító csúszómászók. A termen átmenni egyenlő lett volna a halállal. Egy pillanatra teljesen elkedvetlenedtem. Azután arra gondoltam, Thurid és Matai Seng is átjutott valahogy a katonákkal, tehát kell lennie egy útnak. Ha nem lett volna akkor a szerencsém, hogy kihallgattam a ternek beszélgetését, Bizonyára elkövettük volna azt a baklövést, hogy bemegyünk a pusztulásnak ebbe a tekergőző tömegébe, és egyetlen lépés is megpecsételte volna a sorsunkat. Ezek voltak az első hüllők, amikkel Barsumon találkoztam, de nagyon hasonlítottak a Héliumi Múzeumban látható, feltehetően kihalt fajok kövületeihez, és ezért tudtam, hogy sok prehisztorikus és ismeretlen hüllőfaj van köztük soha életemben nem került még a szemem elé ennél undorítóbb szörnytömeg. Hiába kísérelném meg leírni a látványt földi emberek számára, mert kizárólag alakra hasonlítanak bármilyen, a múltban és a jelenben ismert lényhez. Még a mérgük is olyan földön túlian erős, hogy hozzájuk képest a pápa szemes kobra egy ártalmatlan kis kukac. Amikor észrevettek, a bejárathoz legközelebb lévők egyszerre felénk indultak, de a terem küszöbére épített rádiumizzók hirtelen megállították őket. Nyilvánvalóan nem mertek átmenni a fényvonalon. Egészen biztos voltam benne, hogy nem merészkednek ki a helyiségből, de nem jöttem rá, mi tartotta vissza őket. Minden esetre az a tény, hogy a folyosókon nem találkoztunk kígyóval, világosan bizonyította, hogy nem jönnek ki. Visszahívtam Volát, hogy biztonságban legyen, majd alaposan megvizsgáltam a kígyók termének azt a részét, amit a kiárattól láthattam. Ahogy a szemem hozzászokott a fél homályhoz, a terem túlsó végén fölfedeztem egy alacsony galériát, ahonnan kiáratok nyíltak. Amennyire mertem, megközelítettem a küszöböt, és tekintetemmel követve a galériát, fölfedeztem, hogy ameddig látom, körbefut a helyiségen. Ezután fölpillantottam a bejárat fölső peremére, és legnagyobb örömömre úgy 30 centire a fejem fölött észrevettem a galéria elejét. Egy pillanat alatt fölugrottam, és magam után hívtam fúlát. Itt nem voltak csúszómászók, tiszta út vezetett az alattomos terem túloldaláig, és hamarosan volna és én biztonságban leugrottunk az alattunk lévő folyosóra. Alig tíz perc múlva hatalmas, kör alakú, fehér márvány terembe értünk, amelynek falát az első szülöttek különös, arany hieroglifái borították. Az óriási terem magas kupolájából nagy, henger alakú oszlop nyúlt le a földig, és megfigyeltem, hogy lassan forog. Elértem a naptemplomának az alapját. Valahol fölöttem raboskodott Dejahitor is, s vele együtt Matai senglánya, Faidor és Thuvia. De megoldhatatlan rejtének látszott, hogyan találjam meg őket most, hogy eljutottam börtönük egyetlen sebezhető pontjáig. Lassan körbejártam a hatalmas tengelyt, hogy megkeressem a bejutás módját. Félúton egy apró, ragyogó rádium fákjára bukkantam, és amikor kíváncsian megvizsgáltam, hogy vajon miért van itt ezen a szinte teljesen megközelíthetetlen és ismeretlen helyen, a fákja nyelén hirtelen észrevettem a Thuridház gyémánt berakásos jelét. Jó úton járok, gondoltam, miközben az övemen lévő zsebbe csúsztattam ezt a kis játékszert. Azután tovább kerestem a bejáratot, mert tudtam, hogy valahol a közelben kell lennie. Nem is kellett sokáig keresgélnem, mert pillanatokon belül egy kis ajtóra bukkantam, amit olyan ravaszul rejtettek el a tengely aljába, hogy a kevésbé gondos megfigyelő sohasem találta volna meg. Meg volt hát a börtönbe vezető ajtó, de hogy jussak be rajta. Gombot vagy zárat nem láttam. Újra meg újra alaposan megvizsgáltam minden négyzetcentimétert, de csak egy gombos tűnyi lyukat találtam az ajtó közepe fölött, Kicsit jobbra egy apró lyukat, ami keletkezhetett véletlenül is a megmunkálás közben, vagy akár anyaghiba is lehetett. Megpróbáltam belesni ezen az apró nyíláson, de nem tudtam eldönteni, hogy két centiméter mély, vagy teljesen átmegy az ajtón legalábbis fényt nem láttam a végén. Ezután odaszorítottam a fülemet, de erőfeszítéseim így sem jártak eredménnyel. Mi alatt próbálkoztam, volna mellettem állt, és figyelmesen nézte az ajtót, és ahogy rá pillantottam, eszembe jutott, hogy próbára teszem fel tevésem helyességét, tehát, hogy valóban itt ment ebbe a templomba Thurid, a fekete dítő és Matai Seng, a ternek atya. Megfordultam, és szóltam Volának, hogy kövessen. Egy másodpercig habozott, majd utána ugrott, és vinnyogva próbált visszaráncigálni a szíjamnál fogva. Még egy kicsit távolabb mentem az ajtótól, csak azután engedtem neki, hogy pontosan lássam, mit tesz. Végül hagytam, hagy vezessen, ahová akar. Egyenesen visszarángatott a rejtélyes kapuhoz, és ismét elfoglalta előbbi helyét a sima kővel szemben, s a csillogó lapra merett. Egy órán át igyekeztem megoldani a kombinációt, amely szabaddá teheti az utat számomra. Alaposan végig gondoltam Thulid üldözésének minden lépését, és a következtetésem megegyezett a korábbi álláspontommal azaz Thulid csak a saját tudására támaszkodva jutott idáig, és így jutott át az utamat álló ajtón is. Senki sem segített neki belülről. De vajon hogyan csinálta? Eszembe jutott, hogy jártam a titkok termében az aranysziklákban, amikor itt Húviát kiszabadítottam a ternek tömlöcéből. Ő egy vékony, tűszerű kulcsot vett le a halott börtönőr kulcskarikájáról, hogy kinyissa a titkok termének ajtaját, ahol társztarkas az életéért küzdött a bantok ellen. Azon a másik ajtón ugyanilyen apró kulcsjuk volt, mint ezen, amelyik most az utamat állta. Sietve kiszórtam a földre a zsebem tartalmát. Bár csak találnék valami vékony a céldarabot, amiből kulcsot csinálhatnék, hogy bejussak a templom börtönbe, gondoltam. Ahogy vizsgálgattam a különböző apró cseprő dolgokat, amiket minden marzbéli harco zsebében föllelhetünk, egyszer csak a kezembe akadt a fekete détödészes rádium Már-már félredobtam, mivel az adott helyzetben értéktelen volt, amikor néhány különös írásra esett a tekintetem. Nemrég véshették bele őket ilyen durván a puhanynyélbe. Puszta kíváncsiságból kisilabizáltam az írást, de pillanatnyilag semmit nem jelentett számomra. Három sorban álltak a számok egymás alatt. 350 t 1 1 10 9 25 t Csak egy villanás nyira támad föl a kíváncsiságom, azután a zsebembe csúsztattam a fákját, még ráfonódtak az ujjaim, amikor hirtelen átfutott az agyamon lakornak és a társának a beszélgetése, amikor az alacsonyabb rangú tern gúnyolódva idéztett hulit szavait, és mit gondolsz a fényjel kapcsolatos nevetséges utasításokról. Ötven talig világítson a fény három rádiómecséjjel, ez volt hát a falon lévő első szám sor 350-t, egy kszatig világítson egy rádiómecséjjel a második sor, majd 25 talig 9 egységgel. A leírás teljes volt, de mit jelenthetett? Sejtettem a megoldást, és miután elővetem a kacatok közül egy nagy hatású nagyító lencsét, neki láttam, hogy gondosan megvizsgáljam a márványt közvetlenül a kulcsjuk körül. Szinte fölkiáltottam örömömben, amikor az alapos vizsgálat nyomán rábukkantam az alig látható, beépített karbonizált elektronrészecskékre, amelyeket a marsbéli fákják bocsátanak ki. Nyilvánvaló volt, hogy évszázadok óta rádiumfákjákat használtak ehhez a nyíláshoz, és hogy milyen célra, erre csak egy válasz lehetett, a zár mechanizmusát fénysugarak hozták működésbe, és én, John Carter, Hélium hercege a kezemben tartottam a kombinációt, amit ellenségem vésett a saját fákjája nyelébe. A csuklómon viseltem aranykarkötőbe ágyazott barsumi órámat egy finom kis műszert, amely mutatta a mars időtál, zet és zode egységeit. Erős kristály fedele volt, hasonlóan a földi távolság távolságmérőkhöz. Gondos időzítéssel a fákját az ajtón lévő nyíláshoz tartottam, miközben a nyélen lévő gombbal adagoltam a fény intenzitását. Ötventalnyi ideig három egység fényt irányítottam teljes erővel a lyukra, majd egy egységet egy kszatig, és végül 25 talig kilenc egységet. Az utolsó 25 tal volt életem leghosszabb 25 másodperce. Vajon kattane az zár a végtelen hosszúnak tűnő idő végén? 23. 24. 25. Egy kattintással kikapcsoltam a fényt. Hét talig vártam, semmi észrevehető nem történt az árral. Lehetséges, hogy hibás volt az egész elmélet. Áj! Vajon az idegfeszültségtől hallucinálok, vagy tényleg megmozdult az ajtó? A tömörkő lassan és zajtalanul visszahúzódott a falba. Szó szóval sem lehetett hallucinációról. Három méternyire húzódott vissza a kő, amikor jobbra föltárult egy sötét és keskeny folyosóra nyíló bejárat, amely párhuzamosan futott a külső fallal. Amint megláttuk a nyílást, Vóla és én azonnal beugrottunk, majd a külső ajtó csendesen visszacsúszott a helyére. Valahol a folyosó mélyén gyenge fényt pillantottam meg, és arra felé indultunk. A fény forrásánál éles kanyarhoz értünk, azon túl pedig, Kicsit messzebb, fényesen megvilágított terem látszott. Itt, a kör alakú szoba közepén egy csigalépcső vezetett fölfelé. Rögtön tudtam, hogy a Naptemploma alapjának közepéhez értünk. A csigalépcső a börtöncellák belső falai között futott. Valahol fölöttem volt dejajtor is, ha csak huridnak és mata is hangnak nem sikerült elrabolnia őket. Alig indultunk fölfelé a lépcsőn, amikor a hirtelen rettentő izgalomba jött. Előre hátra ugrált, közben elelkapta a lábamat és a szíjaimat, és már már azt hittem, megőrült. Végül, amikor eltoltam magamtól, és újra fölfelé indultam, a szájába kapta a jobb karomat, és visszarántott. Sem szidással, sem ütlegekkel nem tudtam rávenni, hogy elengedjen, és kényére kedvére ki voltam szolgáltatva félelmetes erejének, ha nem akartam a késemet használni szabadon maradt karommal. De megőrült vagy sem, nem volt szívem hűséges testébe vágni az éles pengét. Visszarángatott a terembe, majd azon át a bejárattal szemben lévő oldalra. Itt egy másik nyílás mögött meredek lejtő vezetett egyenesen lefelé, vóla habozás nélkül betuszkolt ebbe a sziklás átjáróba. Végül megállt, eleresztett, és a bejárat és közém állva rám nézett, mintha azt kérdezné, követeme önként, vagy rángasson tovább. Bánatosan megnéztem hatalmas fogainak nyomát csupasz karomon, és úgy döntöttem, azt teszem, amit elvárt tőlem. Végül is lehet, hogy jobban bízhatok különös ösztönében, mint a saját megbízhatatlan emberi ítélő képességemben. És szerencsém volt, hogy kénytelen kelletlen követtem. A körteremtől néhány lépésnyire ragyogó kristályüveg falu labirintusba jutottunk. Eleinte azt hittem, egyetlen óriási teremben vagyunk, annyira tiszták és átlátszók voltak a kanyargó folyosók falai, de miután többször kis hián betörtem a fejem, mert tömör falnak ütköztem, óvatosabban mentem tovább. Csupán néhány métert haladtunk előre a különös útvesztőbe vezető folyosón, amikor Vóla iszonyatos hangon fölordított, és nekirontott a balra húzódó elválasztónak. A félelmetes kiáltás visszhangjai még hallatszottak a föld alatti termekben, amikor észrevettem, mi váltotta ki ezt a hangot hűséges állatomból valahol messze, a kristályfalaktól homályosan, mintha párába vesznének, valószerűtlenül és kísértetiesen, nyolc emberi alakot láttam, három nőt és öt férfit. Nyilvánvalóan megijedtek volna vad kiáltásától, mert ugyanabban a pillanatban ők is megálltak és körülnéztek. Azután egyikük, az egyik nő, hirtelen felém tárta a karját, és a köztünk lévő távolság ellenére is láttam, hogy mozognak az ajkai. De is volt az, örök szép és örök fiatal héliumi hercegnőm. Mellette láttam Ptarti Thuviát, valamint Matai Senglányát, Faidort, Thuridot, a ternek atyát és az őket kísérő három alacsonyabb rangú ternt. Thurid az öklét rázta felém, majd két tern durván karon ragadta Dejahtorist és Thuviát, és tovább szitek. Pillanatokon belül eltűntek az üveglabirintusból kivezető kőfolyosón. Azt mondják, a szerelem vak, azonban az akkora szerelem, mint Dejah Torisé, aki még a ternál ruhában, a kristályfalak homályán át is megismert, igazán távol áll a vakságtól. A titkos torony. Nem sok kedvem van leírni az unalmas napok egyhangú eseményeit, amíg volával kikeveredtünk az üveglabirintusból, majd végigmentünk az aranysziklák és a dorvölgye alatti húzódó sötét és kanyargós utakon, hogy végül az otthetség oldalában, az elveszett lelkek völgye fölött bukkanjunk ki azoknak a szerencsétlen embereknek a szánalmas purgatóriuma fölött, akik nem merték folytatni magányos zarándok útjukat a dorhoz, és képtelenek voltak visszafordulni a külvilágba, ahonnan jöttek. Ezután, de a is elrablóinak nyomában, meredek és zord szurdokon keltünk át a hegység tövében, szörnyű szakadékok mellett. Néha kijutottunk a völgybe, ahol rengetegszer keveredtünk harcba erreménytelenség reménytelenség völgyének különböző törzseivel. De végül is elérkeztünk egy keskeny hasadékhoz, amely minden lépéssel meredekebb és járhatatlanabb lett, és egy szikla kiszögellés alatt földerengett egy hatalmas erőd. Ez volt a ternek atyának, mata is hangnak a titkos rejtek helye. Az ősi hit hekkadorja, akit valaha millió vazallusz és alárendelt szolgált, maroknyi hű emberével innen hirdette az igét annak a fél tucat barsumi nemzetnek, amely még mindig ragaszkodott hamis és hitelét vesztett vallásához. Leszállt az este, amikor megpillantottuk a hegyi erődítmény látszólag bevehetetlen falait. Vólával együtt visszahúzódtam egy gránit kiszögellés mögé, a bíbor színű örökzöld bozótba, amely az ocpuszta hegy oldalain tenyészik. Itt vártunk, amíg lezajlott a gyors átmenet a nappalból az éjszakába. Aztán előbújtam, hogy megpróbáljunk valami utat találni a falakon belülre. Gondatlanságból vagy túlzottan bízva rejtek helyük megközelíthetetlenségében, a három kereszt rudas kapu félig nyitva állt. Bent néhány őr beszélgetett és nevetett valamelyik érthetetlen barsumi játékukon. Láttam, hogy egyik őr sem volt tagja Hulid és Matai Sen csapatának, így álcám tökéletességének tudatában bátran besétáltam a kapun, és az őrökhöz léptem. A fickók abba hagyták a játékot és rám néztek, de gyanakvásnak nyoma sem volt rajtuk. Ugyanígy néztek a mögöttem morgó volára. Kérő szólt a igazi marzbéli köszöntéssel, mire a harcosok fölálltak és tisztelektek. Most érkeztem az aranysziklákból folytattam, és kihallgatásra megyek a hekkadorhoz, mata is hanghoz, a ternek atyához. Hol találom? Köves mondta az egyik őr. Megfordult, és átvezetett a külső udvaron egy második támfal felé. Fogalmam sincs, miért nem fogtam gyanút, hogy ilyen egyszerűen rászettem őket, ha csak nem azért, mert gondolataimat annyira lefoglalt a szeretett hercegnőm futó látványa, hogy semmi másnak nem marad helye. Akárhogy is, a tény az, hogy vezetőim kíséretében vidáman sétáltam egyenest a haláltorkába. Később megtudtam, hogy a term kémek órákkal korábban tudtak érkezésemről, mint ahogy elértem a rejtek erődött. A kaput pontosan azért hagyták nyitva, hogy megkísértsen. Az őröket gondosan kioktatták a cselszövés rájuk eső részéről, én pedig, akár egy kis iskolás, és nem mint edzett harcos, belesétáltam a csapdába. A külső udvar távolabbi végén, az egyik támpillér és a fal által bezártan háromszögben keskeny ajtó nyílt, itt vezetőm kulcsot vett elő, és kinyitotta a bejáratot, majd hátra lépett, és intett, hogy lépjek be. Mata is a templom kertben van, mondta, s amint volna és én bementünk, gyorsan becsukta mögöttünk az ajtót. A vastag fa ajtón átszűrődő gonosz nevetés volt az első figyelmeztetés, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném. Kis kerekteremben találtam magam a támpillér belsejében. A túloldalon egy ajtó nyílt, feltehetőleg a belső udvarra. Egy pillanatig haboztam, mert most már bár későn gyanakodtam, majd egy várándítással kinyitottam az ajtót, és beléptem a belső udvart megvilágító fákják ragyogó fényébe. Pontosan velem szemben 100 száz méter magas, hatalmas torony emelkedett. A furcsán szép, a modern barsumi építészet stílusában épült torony egész felszínét bonyolult és fantáziadós reli díszítették. Tíz méter magasan széles erkély nézett az udvarra, és valóban itt volt Matai-seng, mellette pedig Thurid, Faidor, Thuvia és Dejator is az utóbbi kettő láncra verve. Maroknyi tern harcos állt közvetlenül mögöttük. Amint beléptem az udvarra, mindannyian rám szegezték a tekintetüket. Undorító mosoly torzította el Matai-seng kegyetlen száját. Thurid gónyos pillantást vetett felém, és a kezét közvetlenkedőn hercegnőm vállára tette. De Jajtor is úgy fordult felé, mint egy tigris, és megbilincselt kezével hatalmas ütést mért a vadállatra. Thurid visszaütött volna, ha Matai Seng nem avatkozik közbe. Látható volt, hogy nincs túl nagy barátság a két férfi között, a term viselkedése durva és erőszakos volt – miközben világosan értésére adta az első szülöttnek, hogy hélium hercegnője a ternek atyának kizárólagos tulajdona. És Thurid viselkedéséből sem látszott, hogy kedvelné vagy tisztelné az ősi hekkadort. Amikor az erkélyen véget ért a veszekedés, Matai Seng ismét felém fordult földi ember kiáltotta, sokkal szörnyűbb halálra is rászolgáltál, mint amit meggyengült hatalmunkkal kiróhatunk rád, de hogy halálod kétszeresen keserű legyen, tudd meg, hogy miután eltávoztál, özvegyed mata is hangnak, a szent ternek hekkadorjának felesége lesz egy mars évig. Ezután, mint tudod, útjára bocsátjuk, hiszen itt ez a törvény, de a szokással ellentétben ő nem fog csendes és tiszteletre méltó életet élni valamelyik szent helypapnőjeként. De jajtor is, Hélium hercegnője a hadnagyaim játékszere lesz, talán a legjobban gyűlölt ellenségedé, Thuridé, a fekete datoré. Elhallgatott, és csöndben várt, hogy dükrohamban törje ki ezzel is megédesítve bosszúját. De nem elégítettem ki a vágyát. Elhelyett azt tettem, amiről tudtam, hogy haragra lobbantja Mata is hangot, és növeli az irántam érzett gyűlöletét, mivel biztos voltam benne, hogy ha meghalok, Dejahtor is megtalálja a módját, hogy kövessen, mielőtt további kínzásoknak és megaláztatásoknak vedhetnék alá. A ternek által tisztelt és imádott legszentebb szentségek közül egyet sem övez akkora hódolat, mint amekkora a kopasz fejüket fedő sárga parókájukat és az aranyfoglalatú fejdíszt, amelynek szikrázó sugarai jelzik, hogy viselőjük elérte a tizedik kört. Ennek tudatában levettem a parókát meg a fejdíszt, és nem törődöm módon az udvar kövére hajítottam őket. Aztán megtöröltem a lábam a sárga fürtökben, s az erkéről hallatszó dühös horkanások közepette leköptem a szent diadémot. Mata is elkékült a mérektől, Thurit száján azonban gonosz vigi jelent meg, hiszen számára ezek a dolgok nem voltak szentek. Ezért, hogy ne érezze magát túl jól, fölkiáltottam, és ugyanezt tettem is susnak, az örök élet istennőjének szentségeivel, mielőtt a valaha őt imádó csőcseléknek odavetettem, hogy a saját templomában szaggassák darabokra. Ettől lehervadt a Vigi öt hulit képéről, hiszen valamikor is susz volt. Vessünk véget ennek a szentséggyalázásnak. Kiáltotta a ternek atyához fordulva. Matai seng fölemelkedett, kihajolt az erkély korlátján, és ugyanazt a különös hívó hangot hallatta, amit annak idején a papok az aranysziklákba vágott, a dorvölgyére néző apró erkélyekről, hogy összehívják a szörnyű fehér majmokat és az undorító növényembereket a titokzatos ASS habjain a kórus elveszett tengere felé úszó áldozatok lakomájára. Engedjük ki a halált! Kiáltotta, és abban a pillanatban tucatnyi ajtó tárult fel a toronyaiában, s egy tucat gonosz és szörnyű bant rontott ki az arénába. Nem ez volt az első alkalom, hogy szembe találtam magam a vérszomjas barsumi oroszlánnal, de még sohasem kellett egyedül megküzdenem egy egész falkával. Még a vadvóla segítsége ellenére is egyféle kimenetele lehetett az egyenlőtlen küzdelemnek. A bestiák egy pillanatra haboztak a fákják ragyogó fényében, de amint hozzászoktak, észrevettek engem és volát, és fölborzolt sörénnyel, acsarogva, homokszínű oldalukat csapkodó farokkal indultak felénk. Az életem utolsó másodpercében egy röbke búcsú pillantást vetettem az én dejajtorisomra. Arcán rémület látszott, és ahogy a szemünk találkozott, mindkét kezét felém nyújtotta, miközben az őrével viaskodott, mintha elszánta volna magát, hogy a mélybe zuhanva osztozik sorsomban. Aztán, amikor a bantok már-már elértek, elfordult, és a temette drága arcát. Hirtelen tartit hovia vonta magára a figyelmemet. A gyönyörű lány erősen kihajolt az erkély korlátján, s szeme izgatottan ragyogott. Tudtam, hogy a bantok pillanatokon belül rám vetik magukat, mégsem tudtam levenni a szememet a vörös lányról, hiszen biztos voltam benne, hogy az arca semmiképpen sem az alatta rögvest lejátszódó szörnyű tragédia feletti örömöt tükrözi. Ennek valami mélyebb, rejtett magyarázatának kell lennie, és azt próbáltam megfejteni. Egy másodpercre átfutott az agyamon, hogy földi izmai mély és fürgeségem segítségével fölugrom az erkélyre, és megmenekülhetek a bestiáktól. Könnyen meg is tehettem volna, de képtelen voltam ott hagyni volát, hogy egyedül halljon meg az éhes bantok kegyetlen karmai között. Barsumon nem ez a szokás, és John Carternél sem volt soha. Aztán megoldódott Huvia izgatottságának a titka, mert ugyanolyan doromboló hangot hallottam, mint egyszer régen, amikor az arany sziklák belsejében maga köré gyűjtötte a vadbantokat, és úgy vezette őket, mint valami pásztorlány egy és ártalmatlan birka csordát. A csillapító hangok hallatán a bantok azonnal megálltak, és áldász fejüket magasra tartva keresték az ismerős hangforrását. Hamarosan észrevettél a vörös lányt az erkélyen, felé fordultak, és ordítással köszöntötték. Az őrök odaugrottak, hogy elrángassák Thuviát, de a lánynak még sikerült néhány parancsot oda kiáltania a figyelő vadállatoknak, mire azok megfordultak és visszamentek az ójaikba most már nem kell tartanod tőlük, John Carter. Kiáltott Huvia, mielőtt elhallgattatták. Ezek a bantok már nem bántanak sem téged, sem volát. Csak ennyit akartam tudni. Most már semmi sem tarthatott vissza attól, hogy elérjem az erkéit, és olyan magasra ugrottam, hogy megkapaszkodhassam az alsó párkányban. Egy pillanat alatt teljes zűrzavar tört ki. Matai Seng hátra hőkölt. kivont karddal ugrott előre, hogy lekaszaboljon. De Jajtor is ismét meglendítette nehéz bilincsét, és visszaszorította. Ekkor Matai Seng derékon ragadta a lányt, és berángatta a torony belsejébe vezető ajtón. Thorid egy pillanatig habozott, majd attól félve, hogy a ternek atya megszökik előle Hélium hercegnőjével, ő is a nyomukba rohant az erkéről. Egyedül Faidor őrizte meg a hidegvérét. Két őrnek megparancsolta, hogy vigyék el a tartit a többieket pedig utasította, hogy tartóztassanak föl. Ezután hozzám fordult. John Carter kiáltotta, utoljára ajánlom föl neked a szent hekkador lányának, Faidornak a szerelmét. Fogadd el, s hercegnőd visszatérhet nagyapja udvarába, te pedig békében és boldogan élhetsz de ha elutasítod, de jajtor isra az a sors vár, amit apámtól hallottál. Nem mentheted meg, mert már eljutottak egy olyan helyre, ahová még te sem követheted őket. Ha elutasítasz, semmi sem menthet meg, mert ugyan megkönnyítettük neked az utat a Szent Ternek utolsó erődítményéhez, innen tovább menni lehetetlen. Mi a válaszod? Pontosan tudtad a válaszom, Faidor, még mielőtt megszólaltál volna feleltem. Adjatok utat kiáltottam az őrökre, mert John Carter, hélium hercege úgy is átjut. Ezzel átvetettem magam az erkély alacsony korlátján, és kivont hosszú karddal álltam szemben ellenfeleimmel. Hárman voltak, azonban faidor sejthette a harc kimenetelét, mert amint megtudta, hogy nem fogadom el az ajánlatát, megfordult és befutott az erkéről. A három őr nem várta meg, hogy én támadjak. Rögtön lerohantak hárman egyszerre, és ez előnyt jelentett számomra, mert egymásnak ütköztek a keskeny erkélyen, és az első mindjárt a támadás elején egyenesen belerohant a pengémbe. A kardom hegyén megjelenő vörös folt fölélesztette bennem a harcos vérszomját, és pengém olyan gyorsan és halálos pontosan süvített a levegőben, hogy a két még élő termé kétségbeesésbe zuhant. Amint az éles acélutat talált az egyikük szívéhez, a másik megfordult és futásnak erett. Abban bíztam, hogy nyomában megtalálom azokat, akiket keresek, ezért előre engedtem annyira, hogy biztonságban érezhesse magát a kardomtól. Több belső termen loholt keresztül, míg végül egy csiga lépcsőhöz ért. Fölrohant rajta, én pedig szorosan a nyomában. A lépcső végén kis terembe jutottunk, melynek csak az egyik falán volt egy, az oclankáira és azon túl az elveszett lelkek völgyére néző ablaka. A fickó azonnal neki látott, hogy vadul föltépjen valamit az ablakkal szemközti falon. Sejtettem, hogy ott lehetett a szoba titkos kiárata, ezért egy pillanatra megálltam, hát ha sikerül kinyitnia, hiszen nem akartam elvenni az életét ennek a szerencsétlen szolgának. Mindössze arra vágytam, hogy utat nyisson Dejajtor is rég elveszett hörcegnőmhöz. De akárhogy próbálkozott, a penöl sem észnek, sem erőnek nem engedett, végül föladta, és szembefordult velem. Menj utadra, ten mondtam, és a csiga lépcsőre mutattam. Veled nincs vitám és nem kell az életed. Menj. Válasz helyett előre szegezett karddal rontott nekem, és ráadásul olyan hirtelen, hogy az első rohammal lekaszabolt volna. Nem tehettem mást, meg kellett adnom neki, amit akart, a lehető leggyorsabban. Nem időzhettem túl sokáig a teremben, hiszen közben Matai Sengni és Thurid egyre messzebbre jutottak Deja Torisszal és Thuviával. A fickó jól forgatta a kardot leleményes volt és hihetetlenül agyafúrt. Valószínűleg sohasem hallott olyasmiről, amit becsületkódexnek neveznek, mert ismételten áthágott vagy egy tucat barsumi párba előírást, amit becsületes ember a halála árán is betartott volna. Odáig merészkedett, hogy lekapta szent parókáját és az arcomba vágta, hogy elvakítson, s ez alatt védtelen melkasomra támadt. Azonban mire szúrt, már hűlt helyen volt. Eleget vívtam én már ternekkel, és bár még egyikük sem csinálta meg velem ezt a cselt pontosan tudtam, hogy ők a legbecstelenebb és legaljasabb kardvívók a marson, ezért mindig készen álltam valami új és ördögi fogásra, ha fajtájuk belivel párbajoztam. Az őr is végképp túlzásba vitte a dolgot, előrántotta rövid kardját és gerejként felém hajította, s közben a hosszú kardjával lerohant. Pengémmel lendületes kört írtam le, és a repülő fegyver nagyot csattant a távolabbi falon, majd félreléptem hevesen rohamozó ellenfelem útjából, és kardom hegye egyenesen a gyomrába szaladt. A penge markolatig hatolt a testébe, ő pedig szörnyű kiáltással, holtan rogyott a földre. Csak addig időztem, amíg kihúztam a kardomat néhai ellenfelem testéből, majd ahhoz a falhoz rohantam, ahol a tern menekülni próbált. Próbáltam megfejteni az zárt titkát, de hiába. Elkeseredésemben be akartam nyomni az ajót, de a hideg, makacskő akár nevethetett volna hiába való, eredménytelen kísérleteimen. Egyébként is, megmertem volna esküdni, hogy gónyos nevetés szűrődött át halkan a rejtélyes panelen. Undorral hagytam abba a fölösleges erőlködést, és a terem egyetlen ablakához léptem. Az oclankái és a távolba vesző elveszettek völgye egyáltalán nem foglalkoztatott, annál inkább fölkeltette érdeklődésemet a fölém magasodó torony faragott felő. Valahol ebben a masszív oszlopban volt Dejajtor is. Fölfelé ablakokat láttam. Ez volt az egyetlen út, hogy őt megtaláljam. A kockázat nagy volt, de nem túl nagy, ha a tét a világ legcsodálatosabb asszonya. Lepillantottam. Harminc méternyire alattam töredezett gránit tömbök hevertek a szörnyű szakadék szélén, ahová a tornyot építették. A sziklákon és a szakadék mélyén egyaránt a halál leselkedett rám, ha csak egyszer is megcsúszik a lábam, vagy egy másodperc töredékéig elvesztik a fogást kapaszkodó ujjaim. De miután más út nem kínálkozott, megvontam a vállam el kell ismernem, némi iszonyattal, majd kiléptem az ablak párkányra, és megkezdtem a nyaktörőmászást. Csüggettem vettem észre, hogy ellentétben a héliumi épületek díszítéseivel a domborművek sarkait lekerekítették, így szinte minden fogás bizonytalan volt. 15 méterre fölöttem úgy 15 cm átmérőjű kőhengerek álltak ki a falból. Ezek másfél méterre egymás mellett és fölött nyilvánvalóan körbefutottak a tornyon, és mivel mindegyik kőhenger úgy 10 centivel túllógott a falészeken, viszonylag könnyű följutást biztosíthattak, ha egyszer elérem őket. Fáradtságosan másztam fölfelé a kőhenger alatt húzódó ablakokon át, mert abban bíztam, hogy ha valamelyiken bejutnék a toronyba, egyszerűbb úton folytathatnám az üldözést. Időnként olyan rossz volt a fogás a lekerekített faragványokon, hogy egy tüsszentés, köhintés vagy egy gyenge szélfuvallat is kibillentett volna, és a mélybe zuhanok. Már már elértem végül is a legalsó ablak párkányát, és éppen föl akartam sóhajtani meg könnyebbülésemben, amikor hangokat hallottam a nyitott ablakból. Sosem jön rá az ár titkára. Ez matai Seng hangja volt. Menjünk föl hát a hangárba, és már messze délen leszünk, mire talál egy másik utat, ha képes rá. Az a hitvány kutya mindenre képes felelte egy másik hang, és Thuridot ismertem föl benne. Akkor siessünk, mondta Mata iseng. De hogy teljes biztonságban legyünk, két embert hátrahagyok, hogy őrizzék a feljárót. Később majd követnek egy másik repülővel, és Kaolban találkozunk. Kinyújtott ujjaim nem érték el az ablakpárkányt. Az első hangra visszahúztam a kezem, és a függőleges falhoz simulva vártam élet és halál között, még a lélegzetemet is visszafojtottam. Micsoda szörnyű helyzet, hat hulid fölfedez. Csak ki kellene hajolnia az ablakon és a kardjával meglöknie, hogy az örökké valóságba költözzek. A hangok nem sokára elhalkultak, és tovább folytattam kockázatos utamat, amely még nehezebbé vált, hiszen ide-oda mászva ki kellett kerülnöm az ablakokat. Matai Seng szavaiból, amikor a hangárról és repülőről beszélt, világossá vált, hogy a torony tetejére kell eljutnom, és e felé a látszólag távoli cél felé fordítottam a fejem. Az út legnehezebb és legveszélyesebb részén már túl voltam, és megkönnyebbültem, amikor ujjaim elérték a legalsó kőhengert. Bár a kiálló kövek túl messze voltak egymástól ahhoz, hogy kimondottan kényelmessé tegyék a följebb jutást, legalább baleset esetén mindig találhattam karnyújtásnyira egy biztonságos kapaszkodót. Úgy három méterre a tető alatt a fal körülbelül 30 centit dőlt befelé, így összehasonlíthatatlanul könnyebben másztam, és hamarosan elértem az ereszt. Amint fölnéztem a torony tetejére, egy felszállásra előkészített repülőt pillantottam meg. Matai Seng, Hédő, Dejajtor is, Thuvia és néhány ternharcos már a fedélzetén volt, Thúrit pedig éppen be akart szállni. Alig tíz lépésre állt tőlem, és az ellenkező irányba nézett. Fogalmam sincs, hogy a sorsnak milyen kegyetlen szeszélye miatt fordult meg éppen abban a pillanatban, amikor a fejemet a tetőpereme fölé emeltem. Minden esetre megfordult, és amikor a tekintetünk találkozott, gonosz arcán rossz indulatú mosoly villant, s elindult felém. Én igyekeztem minél gyorsabban fölmászni, hogy megvessem a lábam a tetőn. De Jajtor is is és észrevett ugyanabban a pillanatban, fölsikoltott, hogy figyelmeztessen, de már hiába, mert Hurid hátrélendítette a lábát és teljes elővel arcba rúgott. Megszédültem, és legurultam a torony falán, mint egy letaglózott bika. A Kaoli úton. Ha létezik sors, mely néha kegyetlen hozzám, ugyanígy léteznie kell a kegyes gondviselésnek, amely vigyázza a lépteimet. Miközben a mélység felé bugdácsoltam a toronyról, már halottnak gondoltam magam. Feltehetőleg Thurid is így vélekedett, mert még annyi fáradtságot sem vett, hogy utánam nézzen. Valószínűleg azonnal megfordult, és beszállt a várakozó repülőbe. Úgy három métert zuhantam, amikor erős sziaim egyik kampója beakadt a torony falából kiálló kőhengerek egyikébe és megtartott. Egyszerűen nem tudtam felfogni és elhinni, hogy valami csoda megmentett a haláltól, és egy pillanatig csak csüngtem, s hideg verejték lepte el a testemet. Miután ismét biztos helyzetbe kerültem, haboztam egy ideig, hiszen nem tudhattam, vajon hurid nem vár-e odafönt. Azonban hamarosan légcsavarok berregését hallottam, és mivel a hang fokozatosan halkult, rájöttem, hogy a csapat elindult dél felé, mit sem törődve a sorsommal. Óvatosan fölmásztam a tetőig, és megmondom őszintén, némi rossz érzéssel emeltem a fejemet újra a tetőpereme fölé. De szerencsére senkit sem láttam, és egy másodperc múlva megvetettem a lábam a széles felszínen. Pillanatok alatt elértem a hangárt, előhoztam a másik repülőt, és éppen akkor emelkedtem föl, amikor Matai Seng hátrahagyott két tern harcosa, akiknek pont ebben kellett volna meggátolniuk felrohant a tetőre. De már csak gúnyos kacajomat hallhatták. Gyorsan leereszkedtem a belső udvarra, ahol utoljára láttam volát, és legnagyobb örömömre még mindig ott találtam a hűséges lényt. A tizenkét hatalmas bant az odója előtt feküdt, és le sem vették a szemüket a kutyámról, rosszat sejtetően morogtak, de nem szegültek Thuvi a parancsa ellen. Hálát adtam a sorsnak, hogy ez a leány lett a bantokőre az aranysziklákban, és hogy olyan kedves és együttértő természettel volt megáldva, hogy elnyerte Evad Marzbéli oroszlánok hűségét és szeretetét. Vóla ugrálni kezdett fergeteges örömében, amikor meglátott. Ahogy a repülő egy pillanatra földet ért az udvaron, mellém ugrott a fedélzetre, és túláradó boldogsággal, medveszerű megnyilvánulásával nekilökte a gépet a belső udvar falának. A ternőrök dühös kiáltásaitól kísérve magasra emelkedtünk a szent ternek utolsó erődje fölé, majd egyenesen észak-keletnek, kaolnak tartottunk, hiszen ezt a várost jelölte meg Matai Sengúti célként. Késő délután egy apró pontot vettem észre a távolban. Egy másik repülő lehetett, és csak is az, amelyen elveszett szerelmem és ellenségei utaztak. Estére szorosan megközelítettem őket, és mivel tudtam, hogy észrevettek, s ezért nem kapcsolják föl a világítást éjszakára, rájuk állítottam az iránytűmet ezt a csodálatos kis marsbéli műszert amit ha egyszer hozzáigazítunk az iránytárgyhoz, akkor azt mindig követi, függetlenül a mozgásától. Egész éjjel száguldottunk a balsumi űrben, alacsony hegyek és kiszáradt tengerek, rég elhagyott városok és vörös marslakók lakta központok fölött, a bolygót körülvevő vízi utakat szalagszerűen szegélyező megművelt területek fölött. Ezeket a vízi hívják a földi emberek mars csatornáknak. Hajnalban kiderült, hogy egyre csökken a távolság a két gép között. A másik jármű nagyobb volt, mint az enyém, és nem is olyan gyors. Ennek ellenére hatalmas utat tett meg az üldözés kezdete óta. Az alant elterülő növényzet megváltozásából láttam, hogy gyorsan közeledünk az egyenlítőhöz. Már annyira megközelítettem zsákmányomat, hogy használhattam volna az puskát, de mert nem láttam Deja a fedélzeten, nem mertem tüzet nyitni arra a járműre, amelyen ő is ott volt. Thoridot nem zavarták hasonló kétségek, és bár nehéz lehetett, mégis hinnie kellett a saját szemének, hogy csak úgy ön engem lát. Így saját kezűleg vett célba a hátsó ágyúval, és a robbanó rádium töltett már is életveszélyes közelségben suhant el mellettem. A fekete következő lövése pontosabb volt, és telibe talált a kis gépem orrát. Ami azonnal fölrobbant, feltépte a felhajtó gáztartályokat, és tönkretette a motort. A gép orra olyan gyorsan bukott előre, hogy éppen csak oda kötöttem volát a fedélzethez, sziaimmal a hajókorláthoz csatoltam magam, és a repülő, farával fölfelé, lassan a föld felé kezdett esni. A hátsó felhajtógáztartályok mérsékelték a zuhanás sebességét, de Thurid szünet nélkül tüzelt, hogy ezeket is fölrobbantsa. Ha eltalál, a gyors zuhanás biztos halált jelentett volna számomra. Egymás után suhantak a golyók, időnként el is találták a hajót, de csodálatos módon sem volna, sem én, sem a hátsó tartályok nem sérültek meg. Tudtam, hogy nem tarthat örökké a szerencsénk, és Thurid nem hagy életben, ezért amikor a következő golyó becsapódott, széttártam a karomat, elengedtem a kapaszkodót, s ernyetten és élettelenül lógtam sziaimon, akár egy hulla. A csel bevált, és Thurid beszüntette a tüzelést. Nem sokára hallottam, hogy a légcsavar zúgása távolodik, és tudtam, hogy megint biztonságban vagyok. A sérült repülő lassan földet ért. Miután kiszabadítottam Volát és magamat a roncsból, észrevettem, hogy egy természetes erdőperemén vagyunk. A haldokló mars felszínén olyan ritka volt az erdő, hogy a kóróz elveszett tengere melletti dorvölgyén kívül sehol nem is láttam az egész bolygón. Könyvekből és utazóktól már értesültem Kaol alig ismert földjéről, amely héliumtól keletre az egyenlítő mentén terül el, és ugyanakkor a bolygónak hatalmas területét foglalja magába. Ezen az elsüllyedt vidéken trópusi hőség uralkodik, és vörös emberek lakják, akiknek a viselkedése, a szokásaik és a megjelenésük alig különbözik Barsum többi vörös népétől. Tudtam, hogy ők azok közé tartoznak a külső világban, akik még mindig álhatatosan ragaszkodtak a Szent Ternek hitelét vesztett vallásához, Matai Seng tehát hálás fogadtatásra és biztos menedékre számíthat náluk. John Carter viszont csak szörnyű halált hallhat a kezeik között. A kaoliak majdnem tökéletesen elszigetelődtek, mivel nem köti össze őket semmilyen víziót a többi néppel nincs is szükségük vízi útra, mert a területüket alkotó mocsaras mélyföld elég vizet szolgáltat a bórián trópusi növényzetnek. A vidéket körülvevő szakadozott hegyláncok és a messze nyúló kiszáradt tengerfenék miatt senki sem vetődik erre. És mivel az örökké háborúzó barsumon külkereskedelem gyakorlatilag nem létezik, hiszen minden nép önellátó, igen keveset tudtam a Kaoli Edda kudvaráról és azokról a különös, de érdekes népekről, amelyek fölött uralkodott. Néha egy-egy vadásztársaság utazott a bolygónak erre a félre esőnek számító részére, de az ellenséges benszülöttek általában katasztrófába sodorták őket, a Kaoli dzsungelben élő különös és vad lények sportra csábító ereje még a legrettenthetetlenebb harcosok számára sem volt elég vonzó tehát a kaoliak földjének a szélein jártunk, de halvány elképzelésem sem volt, merre felé keressem de jajtorist, vagy hogy milyen mélyre kell behatolnom a hatalmas erdőbe. Nem így volának. Alig, hogy kiszabadította a maroncsok közül, magasra emelte a fejét, és körbe-körbe járt az erdőperemén. Nem sokára megállt, hátra nézett, vajon követeme, és bevette magát a fák útvesztőjébe, ugyanabba az irányba, amelyet repülőnkkel is követtünk, mielőtt Huritelibe talált. Amennyire tudtam, utána bugdácsoltam az erdő szélén kezdődő meredek lejtőn. A hatalmas fák messze fölénk magasodtak, és terebélyes lombkoronáig tökéletesen elzárták az égboltot. Könnyen beláttam, miért nincs flottája a kaoliaknak. A magasra tornyosuló erdő mélyén rejtőző városaik felülről teljesen láthatatlanok, és csak a legkisebb repülők tudnának itt leszállni, de még azoknak is kockázatos lenne. El sem tudtam képzelni, hogyan szállt lett Hurid és Matai Seng. Később aztán kiderült, hogy Kaol minden városában karcsú őrtornyok nyúlnak a fák csúcsáig a Kaoli őrök onnan figyelnek éjjel-nappal, hogy megelőzzék egy ellenséges flotta esetleges rajtaütését. A Szent hekkadorja minden nehézség nélkül megközelíthette az egyik ilyen tornyot, így a csapat biztonságban földet érhetett. A lejtő aljához közeledve egyre puhább és ingoványosabb lett a talaj, csak a legnagyobb nehézségek árán juthattunk előre. Mindenfelé vékony, Bíbor fűszálak és sárgás vörös páfrányok magasodtak úgy fél méterrel a fejem fölé. A füzérekben lógó folyondárok kecses hurkokkal kötötték össze a fákat, köztük néhány fajta marzbéli, embervirág, nyílt, ezeknek a virágján szemek és kezek vannak, amikkel meglátják, illetve elkapják a táplálékukat jelentő rovarokat. Az undorító kalotfa szintén feltűnő volt, túlságosan is az. Ez a húsevő növény körülbelül akkora, mint a nyugati síkságainkon növő zsálya cserje. Minden ága erős állkapocsban végződik, amelyekkel már nem egy félelmetes ragadozót elfogtak és megettek. Mind volának, mind nekem nagy szerencsével sikerült megmenekülnünk ezektől a mohó növényi szörnyetegektől. Egy kicsiny. Szilárd, gyeppel borított tisztáson végre megpihenhettünk, alaposan elfáradtunk a mocsáron való átkelés során. Végül el is határoztam, hogy ott töltjük az éjszakát, mivel Marsi órám szerint már közeledett az este. Bőségesen találtunk különböző gyümölcsöket, és mivel a marsbéli kalotok mindenevők, volna kiadósan megvacsorázott, miután leszettem neki az élelmet. Ezután én is ettem, majd hűséges kutyámnak vetettem a hátamat, és mély, álomtalan alvásba zuhantam. Áthatolhatatlan sötétség borult az erdőre, amikor vol a morgása felébresztett. Mindenfelől hatalmas, párnás lába kosonását hallottam, és egyszer-egyszer zöld szemek villantak fenyegetően. Fölkeltem, megragadtam hosszú kardomat, és vártam. Hirtelen, szinte közvetlenül mellettem, mély ijesztő ordítás tört föl valami vadállat torkából, micsoda balfát szám voltam, hogy nem kerestem magunknak biztonságosabb szállást valamelyik faágai között. Nappal viszonylag könnyű lett volna valahogyan fölhúzni volát, de most már késő volt, nem tehettünk mást, mint hogy álljuk a sarat, és lenyeljük a békát. Bár az első ordítást követő fülhasogató, szörnyű lármából ítélve úgy számítottam, hogy több száz vagy ezer vad, emberevő állat vesz körül minket a kaoli dzsungelban. Egész éjszaka pokoli zaj csaptak, azonban máig sem tudom, miért nem támadtak meg. Talán egyikük sem lépett ki soha a mocsárban ittott feltűnő, vörös-füvű szigetecskére. Reggel még mindig ott voltak, és körbe-körbe jártak, de sosem lépték át a mocsár határát. Még elképzelni is nehéz ennyi iszonyú és vérszomjas szörnyeteget. Nem sokkal napkelte után egyesével, kettesével visszamentek a dzsungelba, és amikor az utolsók is eltűntek, folytattuk utunkat volával. A nap során időnként szörnyű vadállatokat láttunk, de szerencsére mindig találtunk a közelben egy füves szigetet, és ha észrevettek is, csak a szilárd talaj széléig üldöztek. Délfelé egy jól megépített útra bukkantunk, amely nagyjából a mi út irányunkat követte. Lerít róla, hogy szakképzett mérnökök munkája, nyilvánvaló régiségéből és a rendszeres használatára utaló jelekből arra következtettem, hogy Kaol valamelyik nagyobb városába vezethet. Ahogy megközelítettük az egyik oldaltól, a másikról óriási szörnyeteg emelkedett ki az őserdőből, s amint észrevett bennünket, őrületes gyorsasággal felénk tartott. Képzeljenek el, ha tudnak, egy csupasz fejű lódarazsat, amely pontosan olyan, mint a földön ismert példányok, csak éppen akkora, mint egy kiváló herelord bika, és akkor talán képet alkothatnak annak a szárnyas szörnyetegnek a vad és ijesztő megjelenéséről, amelyik rám támadt. Félelmetes állkapcsa és hatalmas, mérges fullánkja mellett eltörpült hosszú kardom, és szánalmas fegyvernek tűnt a védekezésre. Villám gyors mozdulatai elől nem tudtam volna elugrani, és nem bújhattam el undorító fejének háromnegyedét elfoglaló szeme elől, amivel egyszerre minden irányba látott. Vad és erős kutyám is gyámoltalan kis cicának tűnt ehhez az ijesztő lényhez képest. Még ha egyébként hajlamos lettem volna is hátat fordítani a veszélynek, most reménytelen lett volna menekülni. Tehát szembefordultam vele, mellettem pedig Vóla vicsorgatta a fogát. Az volt az egyedüli reményem, hogy úgy halok meg, ahogy mindig éltem, harcolva. A lény már nekünk rontott, és abban a pillanatban halvány esélyt láttam a győzelemre. Ha le tudnám vágni a biztos halállal fenyegető méreg zacskókat, amelyek a fullánkot táplálják, a harc kevésbé lenne egyenlőtlen. Megparancsoltam volának, hogy ugorjon az állat fejére és csimpaszkodjon bele. Amint hatalmas állkapcsa összezárult a gonosz pofán és villogó agyarai belemélyedtek a csontba, a porcokba és az egyik hatalmas szem alsó részébe, én az emelkedő test alá ugrottam. Közben a lény megpróbálta visszahajtani fullánkját, hogy megszúrja a fején csimpaszkodó ellenfelét. Igen kockázatos volt a méreggel telidárda útjába állnom, de ez volt az egyetlen megoldás. A fullánk villámcsapás szerűen közeledett felém, de közben erőteljesen megsuhintottam kardomat, és a halálos fegyvert a töve közelében levágtam az óriás testről. Ekkor az egyik erőteljes hátsó lábfal törőkosként vágódott a melkasomnak, majd áthajított a széles országúton, és én félig kábultani és teljesen erőtlenül az őserdő aj növényzetébe csapódtam. Szerencsére elkerültem a fatörzseket, hiszen ha nekiütközöm valamelyiknek, súlyosan megsebesülök, ha egyáltalán túlélem, mert olyan erővel lökött ki a hatalmas hátsó láb. Bár szédültem, föltápászkodtam és visszaván hogy segítsek volának, akit vad ellenfele három méter magasra emelt, és a levegőben körözve mind a hat erős lábával, próbálta lerázni magáról. Zuhanás közben sem mereztettem el hosszú kardom, így a két harcoló szörnyeteg alá rohantam, és pengén hegyével döfködtem a szárnyas rémséget. A lény könnyedén fölemelkedhetett volna olyan magasra, ahol már nem érem el, de akár csak volának és nekem, neki sem jutott eszébe elmenekülni a veszély elől, mert gyorsan lejjebb szállt, és mielőtt elugorhattam volna, erős állkapcsát a vállamra kulcsolta, és felkapott. Én már használhatatlan fullánk csonkjával újra meg újra lesújtott rám, de hiába. Illetve az ütések maguk is akkorák voltak, mint egy lórúgás, tehát amikor ezt mondtam, hiába, csak a harcképtelenné vált testrész eredeti funkciójára gondoltam, mert előbb-utóbb az ütésekkel is pp vert volna. A szörnyeteg már nem járt messze a sikertől, amikor egy váratlan esemény véget vetett a küzdelemnek. A levegőből néhány száz méterre elláttam az országúton, egészen addig, ahol keletnek fordult, és amikor már már föladtam a reményt, hogy megmenekülök válságos helyzetemből, megpillantottam egy vörös harcost a kanyarban. Pompás, kis termetű tóaton ült azon a fajtán, amit a vörös emberek hátaslóként használnak, és csodálatos, könnyű lánzsát tartott a kezében. Az állat nyugodtan poroszkált, de amikor a vörös harcos észrevet minket, a tóat egyetlen szóra vágtatni kezdett felénk. A lovas előre szegezte hosszú lándzsáját, és amint alán kértek, a fegyverhegye ádöfte ellen felünk testét. A szörny összerándult, majd megmerevedett, szétnyílt az állkapcsa, és én a földre estem. Ezután odarra billent, majd fejjel előre az útra zuhant, pont volára, aki még mindig a fogai közt tartotta véres pofáját. Mire föltápászkodtam, a vörös férfi megfordult és visszalovagolt hozzánk. Vóla, miután látta, hogy ellenfelében már nincs élet, parancsomra eleresztette, és kimászott a esettetem alól. Mindketten megálltunk a harcossal szemben. Meg akartam köszönni a jókor jött segítséget, de az idegen ellentmondást nem tűrő hangon félbeszakított. Ki vagy te kérdezte, aki Kaol földjére merészel lépni, és a Jeddak királyi erdejében vadászol. Majd, hogy a testemet borító szennyen és véren át észrevette fehér bőrömet, tágra nyílt a szeme és megváltozott hangon suttogta. Lehetséges, hogy szent term vagy. Egy ideig beugrathattam volna, mint a többieket, de Matai Seng szeme láttára elhajítottam a sárga parókát és a fejéket, és tudtam, hogy újdonsült ismerősöm előbb-utóbb rájönne, hogy egyáltalán nem vagyok tern. Nem vagyok tern válaszoltam, és minden óvatosságot félredobva hozzátettem, John Carter vagyok, Helium hercege. A nevem talán nem ismeretlen előtted. Ha azt mondtam, hogy tágra nyílt a szeme, amikor Szent ternek hit, akkor most szinte kiguvadt, meghalván, hogy John Carter vagyok. Miközben beszéltem, erősen megmarkoltam hosszú kardomat, készen az azonnali támadásra, de meglepetésemre a szavaim semmi ilyesmit nem váltottak ki. John Carter, hélium hercege ismételt lassan, mintha nem hit volna a saját fülének. John Carter Barsum legnagyobb harcosa. Leszállt a nyerekből, és vállamra tette a kezét, ahogy a barátok köszöntik egymást a marson. Kötelességem lenne megölni téged, John Carter, és örömmel meg is tenném, mondta, de a szívem mélyén mindig csodáltam bátorságodat, és inkább hittem a te őszinteségedben, mint a ternekben és kétes vallásukban. Ha kiderül eretnekségem, azonnal halálra ítélnek Kulanti de csak egy szabadba kerül, herceg és torkarbar, a kaoli út várja azonnal szolgálatodba áll. Nyíltság és őszinteség tükröződött a harcos nemes arcán, ezért megbíztam benne, bár ellenségemnek kellett volna tekintenem. A kaoli út kapitánya volt, tehát ezért jelent meg pont a legjobbkor az őserdő mélyén. Barsumon ugyanis minden utat bátor, nemesi származású harcosok őriznek. A vörös emberek területének ritkábban lakott vidékein ezt a magányos és veszélyes szolgálatot becsülték a legjobban. Már is rengeteg hálával tartozom torkar barnak szóltam, és a tetemre mutattam, amelyből éppen kihúzta a lándzsáját. A vörös férfi mosolygott. Szerencse, hogy erre jártam, mondta. A szisz csak akkor pusztul el elég gyorsan ahhoz, hogy áldozata megmeneküljön, ha a mérgezett dárda eltalálja a szívét. Kaolnak ezen a részén mindannyian föl vagyunk fegyverkezve ezekkel a hosszú sitdárdákkal, amiknek a hegyén a megölendő állat mérge van. Nincs olyan szer, amely gyorsabban végezne a vadállattal, mint a saját mérge. Ide néz folytatta, és tőrét előhúzva belevágott a tetembe körülbelül 30 centivel a fullánk töve fölött, majd két zacskót húzott ki mindkettőben egy teljes gelön mérges folyadék volt. Így pótoljuk a készletünket, bár ha nem használnánk bizonyos kereskedelmi célokra, már alig ha lenne rá szükség, mivel a szisz kihaló félben van. Csak nagy ritkán találkozunk egy-egy példányjal. Régen viszont hemzsegtek ezek a félelmetes szörnyetegek kaolban, 20-30 fős csapatokban támadták meg városainkat, és asszonyokat, gyermekeket, sőt, harcosokat ragadtak el. Miközben beszélt, azon töprengtem, mennyit árulhatok elküldetésem céljáról, arról, hogy mi hozott erre a földre, de a következő szavai elébe vágtak annak, hogy fölhozzam a témát. Hálás voltam, hogy nem szólaltam meg idő előtt. Ami pedig téged illet. John Carter mondta: Nem kérdezem, mi dolgod erre, és nem is érdekel. Nekem is van szemem, fülem és átlagos intelligenciám, és láttam azt a csapatot, amelyik egy kis gépen Kaolba érkezett Északról. Csak egyet kérek tőled. John Carter adja a szavát, hogy nem tervez semmit Kaol népe és Jeddakja ellen. Szavamat adom, Torkar bar feleltem. Tovább kell mennem a Kaoli úton. Kaol városával ellentétes irányba folytatta. Nem láttam senkit, a legkevésbé John Cartert. Te sem találkoztál Torkar Berral, nem is hallottál róla. Megértesz. Tökéletesen mondtam. Vállamra tette a kezét. Ez az út egyenesen Kaolba vezet. Sok szerencsét. Ezzel visszaült atyára és elügetett. Vissza se nézett. Már sötét volt, mire a hatalmas erdőn túl megpillantottuk a Kaol városát körülvevő magas falakat. Minden baj és kaland nélkül tettük meg az utat. Ugyanaz az a néhány ember, akivel találkoztunk, csodálkozva nézte az óriási kalotot, de egyikük sem vette észre a vörös festéket, amivel finoman bedörzsöltem az egész testemet. Azonban keresztül jutni az erdőn és bejutni Kaol Jeddakja, Kulant itt jól őrzött városába, nem ugyanaz. Senki nem léphet be a mars városaiba, ha nem mond el magáról mindent részletesen és kielégítően. Nem áltattam magam azzal, hogy túljárhatok az őr parancsnokok eszén, akikhez azonnal elvezetnek, ha bebocsátást kérek. Csak abban reménykedtem, hogy az éjlepl alatt belopózhatok a városba, és ha már egyszer bejutottam, elrejtőzöm valamelyik sűrűn lakott negyedben, ahol nehezebben találnak rám. E gondolattól vezérelve körbejártam a falat, de mindig az erdő árnyékában maradtam, amit a fal közelében kiírtottak, hogy az ellenség ne juthasson be a városba a fák segítségével néhányszor megpróbáltam följutni a falra, de még földi izmaim is kevésnek bizonyultak, olyan okosan építették meg ezt a védőrendszert. Tíz méter magasságig kifelé dőlt a kő, majd ugyanilyen magasan függőleges volt, és végül öt méteren a tetejéig befelé dőlt. És sima volt. Simább, mint az üveg. Be kellett ismernem, hogy életemben először olyan barsumi erődöt találtam, amelybe nem tudok bejutni. Kedvetlenül visszamentem az erdőbe a keletről jövő széles út mentén, és volával együtt ledőltem aludni. A kaoli hős. Fényes nappal volt már, amikor lopakodás neszére ébredtem. Amint kinyitottam a szemem, vóla is fölült, és a bozóton keresztül az út felé nézett. Eleinte semmit sem láttam, de egyszer csak valami sima és fényes zöld dolgot pillantottam meg a lila, vörös és sárga növények között. Én tettem volának, hogy maradjon, én pedig közelebb kúztam, hogy utána járjak a dolognak. Egy fatörzs mögül a kiszáradt tengerek undorító zöld harcosainak hosszú menetoszlopát láttam, akik közvetlenül az út mellett, a sűrű őserdőben rejtőztek. Nem is láttam a végét a halál és pusztítása néma a menetoszlopának. Egyetlen magyarázata lehetett az egésznek, a zöld harcosok egy vörös csapat kivonulására vártak a legközelebbi kapunál, és lesből akartak rajtuk ütni. Ugyan nem tettem hűséges küt Kaoljeddakjának, de ő is a nemes vörös emberek fajtájához tartozott, akár csak hercegnőm, és képtelen lettem volna tétlenül nézni, hogy Barsum elhagyatott vidékeinek szívtelen és kegyetlen ördögei lemészárolják az embereit. Óvatosan visszamentem voláért, és intettem neki, hogy csöndben kövessen. Nagy kerülőt tettem, nehogy véletlenül a zöldek kezére kerüljek, s végül elértem a magas falhoz. Jobbra, pár száz méterre tőlem volt az a kapu, amin a csapatoknak várhatóan jönniük kellett, de ahhoz, hogy oda el kellett volna haladnom a zöldek oldal szárnya mellett. Könnyen meghiúszálhatott volna a tervem, hogy figyelmeztetem a kaoliakat. Ezért balra indultam egy másik, mint egy másfél kilométerre lévő kapuhoz. Biztos voltam benne, hogy az üzenet, amit viszek, tökéletes útlevél lesz, és meg kell vallanom, inkább azért akartam figyelmeztetni a bentieket, hogy bejussak a városba, semmint hogy elkerüljem a zöldek elleni harcot. Akármennyire szeretek harcolni, nem mindig engedhetem meg magamnak, és ebben az esetben sokkal fontosabb dolgom volt, mint idegen harcosok vérét ontani. Ha már bent leszek, az ellenséges zöld harcosokról szóló bejelentésemet követő zűrzavarban biztosan bejutok a jeddag palotájába. Mata is hangot és csapatát nyilván ott szállásolták el. Alig száz lépést mehettem a távolabbi kapu felé, amikor mennetelés és fegyvercsörgés zaja és tóatok rikotása ütötte meg a fülemet, a falon belülről. Tehát a kaoliak már a másik kapu közelében jártak. Nem maradt vesztegetni való időm. A következő pillanatban kinyitják a kaput, és a menet eleje a rájuk leselkedő halálbaróhán. Visszafordultam a végzetes kiárat felé, és azokkal a hatalmas ugrásokkal siettem végig az írtás peremén, amelyek eleinte híressé tettek barsumon. Egy kis portolt földi embernek nem nagy erőfeszítés 10, 20 vagy akár 30 métert megtenni egy ugrással a marson. Miközben elhaladtam a zöld harcosok előtt, észrevették, hogy látom őket, s miután egy pillanat alatt rájöttek, hogy kiderült a tervük, a hozzám legközelebb lévők talpra ugrottak, hogy elvágják utamat. Ugyanakkor föltárult a hatalmas kapu, és kilépett a kaoli menet eleje. Egy tucat zöld harcos beállt közé és a kapu közé, de nem sejtették, kit próbálnak feltartóztatni. Egy jottányit. Sem lassítottam, amikor odaértem hozzájuk, hullottak a karcsapásaim alatt, s óhatatlanul eszembe jutottak azok a régi szép idők, amikor Tárc Tarkasszal, a Tárkok Jeddakjával, a legcsodálatosabb zöld marslakóval egymásnak vetett vállal harcoltunk hosszú és tikkasztó napokon keresztül, míg végül a körülöttünk lévő tetemek embermagas halommán ődtek. Mikor egy csapatnyi zöld harcos már-már szorongatni kezdett ott a Kaoli kapu előtt, a fejük fölé ugrottam, és a dorondorító növényembereinek harcmodorában felülről, menet közben végeztem velük. A városból vörös harcosok rohantak felénk, az őserdőből pedig a zöldek vad csordája rontott elő. Pillanatokon belül életem egyik leghevesebb és legvéresebb ütközetének a kellős közepén találtam magam a kaoliak kivételes harcosok, de az egyenlítőnél élő zöld emberek sem maradnak elmérsékelt égövi hideg és kegyetlen rokonaiktól, ha harcról van szó. Mindkét fél többször is visszavonulhatott volna minden szégyen nélkül, és ezzel véget vethettek volna a csatának, de a megmegújuló összecsapások őrült elszántságából hamar rájöttem, hogy ez a kis csetepaténak induló ütközet csak akkor ér véget, ha az egyik csapat teljesen megsemmisül. Most már föltámadt a harci kedvem, s teljes erőbedobással vetettem magam a küzdelembe, és a kaoliak elismerő fölkiáltásai nagy rébecsülésükről tanúskodtak. Ha időnként úgy tűnik, hogy túlságosan büszke vagyok a harcművészetemre, nem szabad elfelejteni, hogy nekem ez a hivatásom. Ha az ember patkoló kovács vagy festő, és jobban csinálja a dolgát, mint mások, akkor igenis legyen büszke a tudományára. Én nagyon is büszke vagyok rá, hogy két bolygón nem élt nagyobb harcos, mint John Carter, Hélium hercege. És aznap valóban kitettem magamért, hogy utat találjak a kaoliak szívéhez és a városba, sikerült is, amit elterveztem. Egész nap harcoltunk. Az utat már vörösre festette a vér és eltorlaszolták a holtestek. A csata kimenetele bizonytalan volt a csúszós úton, de a kaoli kapu soha nem került közvetlen veszélybe. A lélegzetvételnyi szünetben egy-két szót váltottam a mellettem harcoló vörös katonákkal, és egy ízben maga kulantit, a jeddag tette a vállamra a kezét, és nevemet kérdezte. Détös szódzsát vagyok feleltem, hirtelen eszembe jutott az a név, amelyet a tárkoknál kaptam, sok-sok évvel ezelőtt, annak a két harcosnak a neve után, akiket először megöltem. Ugyanis a tárkoknál ez volt a szokás. Nagy harcos vagy, Détő Szódzsát mondta, és ma este újra beszélek veled a fogadóteremben. Ezután ismét belevetettük magunkat a harcba, és távol kerültünk egymástól azonban teljesült a szívem vágya, és megújult erővel, vidám lélekkel forgattam a hosszú kardom, míg végre az utolsó zöld harcosok föladták, és visszavonultak a távoli tengerfenék felé. Csak a csata után tudtam meg, miért hagyták el a várost a vörös csapatok. Kulantit egy éjszaki eddag látogatását várta a kaoliak hatalmas, és egyetlen szövetségesét, és kaoltól egy napi útra szerette volna fogadni. Így azonban a fogadó csapat csak másnap reggel indulhatott el Kaolból. Nem vezettek Kulantit elé a csata után, de a jeddakértem értem küldött egy tisztet, aki kényelmes szállásomra, a királyi őrség tisztjei számára fenntartott palota szárnyba kísért. Vólával együtt remekül aludtunk, és az utóbbi napok fáradalmait kipihenve ébredtünk. Vóla végigharcolta velem az előző napi csatát, a marsbéli harci kutyák ösztöneinek és kiképzésének megfelelően. Sok ilyen ebet láttam a kiszáradt tengerek vad zöld csordái körül. Egyikünk sem múzta meg sértetlenül, de a csodálatos barsumi gyógyírek egyetlen éjszaka alatt újjávarázsoltak néhány tisztel reggeliztem, és ugyanolyan udvarias és kellemes vendéglátónak találtam őket, mint a héliumi nemeseket, akik pedig híresek finom modorukról és remek neveltetésükről. Éppen végeztünk az evéssel, amikor küldönc érkezett, azzal az üzenettel, hogy kulantit hívat. Amikor beléptem a királyi fogadóterembe, a jeddak fölállt, lelépett a csodálatos trónemelvényről, és elém jött, ez a megkülönböztetés általában csak látogató uralkodónak jár. Ki ő, Détő Szódzsat? Köszöntött. Azért hivattalak, hogy fogadhassd Kaol népének hálás köszönetét, hiszen ha halál megvető bátorsággal nem figyelmeztetsz minket, egész biztosan belesétáltunk volna a gondosan kitervelt csapdába. Mesélj magadról! Hol van otthonod, és milyen ügyben jöttél Kulan udvarába? Hastorban élek, mondtam, mert valóban állt egy kisebb palotám ebben a déli városban, amely a hatalmas héliumi birodalomhoz tartozott. Kaolba részben véletlenül érkeztem, mert repülőgépem lezuhant az őserdők déli szélén. Éppen be akartam jönni Kaol városába, amikor észrevettem a lesben álló zöld csordát. Lehet, hogy Kulantitet érdekelte volna, Vajon miért jártam repülőmmel birodalmának peremén, de volt olyan bölcs, hogy nem faggatott tovább. Nem is nagyon tudtam volna magyarázatot adni. A kihallgatás alatt újabb emberek léptek a terembe a hátam mögött. Így csak akkor láttam őket, amikor Kulan Titó dömönt üdvözölni őket, és szólt, hogy kövessem, mert be akar mutatni megfordultam, és csak nehezen tudtam uralkodni mivel a mivel akik kullantit tit engem magasztaló szavait hallgatták, nem mások voltak, mint két legfőbb ellenségem, Matai Senny és Thurid. Szent Ternek Szent Hekkadora mondta a jeddak, árazd áldásodat a távoli hastorból származó vitéz idegenre, Dét a az ő csodálatos hősiessége és végtelen elszántsága mentette meg tegnap is seng előrelépett és a vállamra tette a kezét. Tekintetéből ítélve egyáltalán nem ismert föl, tehát tökéletes volt az álcán. Néhány barátságos szót szólt, majd bemutatott Huridnak. A fekete sem vett észre semmit. Aztán kulantit, nem kis szórakozásomra, a csatamezőn véghez vitt hőstettem részleteit ecsetelte nekik. Láthatóan kiemelkedő ügyességem tette rá a legnagyobb hatást, mert újra meg újra elmesélte, hogy ellenfeleim feje fölé ugrottam, és a levegőből ketté hasítottam a koponyájukat. Úgy tetszett, mintha Thurid kis nyitotta volna a szemét az elbeszélés alatt, és olykor rajta kaptam, hogy hunyorogva néz az arcomba. Talán gyanút fogott. Kulantita velem harcoló vadkálotról is beszámolt, és Matai Seng szemében is gyanakvást láttam vagy csak képzeltem az egészet. A kihallgatás végén Kulantit bejelentette, hogy elkísérem királyi vendége fogadására, és amikor egy tiszt, akinek megfelelő felszereléssel és hátasállattal kellett ellátni a kíséretében távoztam, Mata is ennyi és Thulid látszólag őszinte örömüket fejezték ki, hogy megismerhettek. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam, amint kiléptem a teremből, és meggyőztem magam, hogy csak rossz lelki ismeretem hitette el velem, hogy ellenségeim gyanították valódi kilétemet. Fél órával később a menettel együtt kilovagoltam a városból, hogy elkísérjem Kulan Tithet barátja és szövetségese fogadására. Bár a kihallgatás és a palotában tett sétáim alatt nyitva tartottam a szememet és a fülemet, semmit sem láttam vagy hallottam de isról is ról és thuviáról. Biztos voltam benne, hogy itt vannak valahol az egzugos épületben, és bármit megtettem volna, hogy itt maradhassak kulan tittáfon idején és megkeresem őket. Délfelé találkoztunk az érkező menet elejével. A látogató jeddakpompás kísérete több kilométer hosszan kígyózott a széles, fehér kaoli úton. A tóatokon ülő élcsapat katonáinak drága kő és fényberakásos bőr felszerelésén meg megcsillant a napfény, mögöttük pedig ezer, hatalmas zíti darokkal vontatott csodás hintó haladt. Kettes sorokban jöttek az alacsony építésű kényelmes kocsik, és mindegyik testőrök kísérték, hiszen ezekben utaztak a királyi udvarhoz tartozó nők és gyermekek. Minden óriási zitidar hátán egy-egy fiatalmas lakó ült, és az egész látványról eszembe jutottak első, 22 évvel ezelőtti barsumi napjaim, amikor először láttam a tárkok zöld csordájának pompás karaványát. Ez volt az első eset, hogy zitidarokat használó vörös emberekkel találkoztam. Az itidarok hatalmas, masztodon szerű állatok, melyek még a nagy termetű zöld emberekhez és óriási tóatjaikhoz képest is hihetetlenül magasak, de a viszonylag kicsi vörös emberek és kis termetű tóatjaik mellett egyenesen megdöbbentő, mesebeli lényeknek látszanak. Drága kövekkel díszített szerszámzatuk volt, és élénk színű, gyémántal, s smaragdal és más ismeretlen drága kövekkel kirakott, fantáziadós mintázatú nyerekpárnájuk. Minden kocsin vagy egy tucat lobogó és szalag lengedezett a szélben. Közvetlenül a kocsik előtt, hófehér fehér tóaton, egyedül lovagolt a jeddak és ez is szokatlan dolog barsumon, mögötte pedig lándzsások, puskások és kardvívók vége érhetetlen sora következett valóban lenyűgöző látványt nyújtottak. Meg megcsörrentek a fegyverek, és néha fölordított egy dühös tóat vagy horkantottak az itidarok, egyébként a menet szinte zajtalanul haladt, mivel ezek nem patás állatok, a kocsik széles kereke pedig rugalmas anyagból készült. Néha vidám női nevetést és gyerekek kacagását lehetett hallani, hiszen a vörös marslakók szöges ellentétben a zöldek hideg és félelmetes fajtájával társaság kedvelő és vidám emberek. A két jeddag találkozásával járó formaságok és ceremóniák egy órán át tartottak, ezután visszaindultunk Kaol városába. Az oszlop eleje éppen sötétedés előtt tért vissza, de valószínűleg már hajnalodott, amikor az utóvéd áthaladt a kapun. Szerencsére én a menet elején voltam, és a nagyszabású fogadás után, amelyen a királyi testőrség tiszteivel együtt részt vettem, visszavonulhattam pihenni. A látogató jeddak kíséretének nemes tisztei egész éjszaka folyamatosan érkeztek, és olyan sürgésforgást támadta palotában, hogy nem mertem de is keresésére indulni. Így, amint lehetett, a lakosztályomba mentem. Ahogy az ebédlőből a szobáim felé tartottam, egyszer csak úgy éreztem, hogy figyelnek. Hirtelen megfordultam, és észrevettem egy alakot, aki azonnal beugrott egy nyitott ajtón. Gyorsan visszarohantam oda, ahol eltűnt a fickó, de semmit sem találtam. Mindazonáltal az az egyetlen pillanat is elég volt ahhoz, hogy megmerjek esküdni, egy fehér arcot láttam, nagy sárga hajjal. Az eset meglehetősen elgondolkoztatott, mert ha jól következtettem a futó látványból, akkor matai sennyést hurit gyanút fogtak, és kémet küldtek a nyomomba, ha pedig rájönnek kilétemre, még a kulantitnek tett szolgálatom sem menthet meg vallási fanatizmusuktól. De homályos feltevések és a jövőtől való fölösleges rettegés soha nem nehezedett annyira a gondolataimra, hogy visszatarcon éjszakai pihenésemtől. Ezen az estén is lefeküdtem a sejem és szörmet a karok közé, s egy pillanat alatt elaludtam. Kálotokat nem lehetett bevinni a palota épületébe, ezért szegény volát a királyi tóatok istállójában szállásolták el. Kényelmes, sőt fényüző helye volt, de jobban örültem volna, ha mellettem maradhat, s ha ott van, soha nem történhetett volna meg, ami aznap éjszaka történt. Talán egy negyed órát alhattam, amikor hirtelen arra ébredtem, hogy valami hideg és nyírkos tárgy ért a homlokomhoz. Azonnal fölugrottam, és odakaptam, ahol az ellenséget sejtettem. Egy pillanatra emberi testet éreztem a kezemmel, de amikor előre ugrottam, hogy megragadja éjszakai látogatómat, a sötétben belegabajottam a sejmekbe, és előre buktam. Mire föltápászkodtam és fényt gyújtottam, a látogató eltűnt. Hiába kutattam át alaposan a szobát, semmit nem találtam, amiből rájöhettem volna, ki és miért lopakodott be hozzá mélynek idején. Eszembe sem jutott, hogy tolvaj lehetett a fickó, mivel a lopás gyakorlatilag ismeretlen fogalom sumon. Bár az orgyilkosság igen elterjedt, az sem lehetett lopakodó barátom célja, hiszen könnyedén megölhetett volna. Éppen befejeztem a fölösleges találgatást, és vissza akartam feküdni, amikor egy tucat kaoli testőr lépett be. A szolgálatos tiszt az egyik kedélyes reggeli asztaltársam volt, de most nyoma sem látszott az arcán a barátságnak. Kulantit hívat mondta. Köves. Új szövetségesek. Őrökkel körülvéve mentem végig Kulantit palotájának folyosóin, vissza az épület közepén lévő hatalmas fogadóterembe. Amint beléptem a kaoli nemesekkel és a látogató jeddak tiszteivel zsúfolt fényesen kivilágított terembe, minden szem felém fordult. Kulantit és két vendége, Matai Sengi és a látogató jeddak a terem végében lévő magas trónuson ültek. Halotti csendben mentünk végig a széles közép folyosón, és megálltunk a trónok előtt. Halljuk a vádat, mondta Kulantit, és a jobb oldalon álló nemesekhez fordult, akkor előlépett Hurid, az első szülöttek fekete datorja, és rám nézett. Legnemesebb Jeddak kezdte Kulantithez fordulva. Az első pillanattól gyanús volt nekem ez az idegen. Pokoli ügyessége, amiről beszámoltál, azonnal eszembe juttatta az igazság legfőbb ellenségét. Azonban, a biztonság kedvéért, elküldtem hozzá Szent Kultuszod egyik papját, hogy leráncsa álcáját, és kiderüljön az igazság. Íme, az eredmény. Mondta, és egyenesen a homlokomra mutatott. Minden szem követte mozdulatát, egyedül én nem tudtam, miféle végzetes jel lehet a homlokomon. A mellettem álló tiszt észrevette zavaromat, és miközben itt tekintete egyre fenyegetőbbé vált, a nemes kis tükröt húzott elő a zsebéből, és az arcom elé tartotta. Elegendő volt egy pillantás a tükörképemre, mindent értettem. Az élep alatt a szobámba osoló tern tenyérnyi helyen letörölte róla a vörös festéket, és előbukkant a saját, napbarnított bőröm. Thurid egy másodpercig hallgatott, gondolom, hogy fokozza a drámai hatást. Majd folytatta. Ó, oh, Kulan tit kiáltotta, az az ember áll előtted, aki megszentségtelenítette a mars isteneinek templomát, megtámadta a szent terneket és évezredes vallásunk ellen fordította a világunkat. Kaol Jeddakja, szentek védelmezője, íme, John Carter, hélium hercege áll előtted. Kulantit mata is hanghoz fordult, mintha a vádak megerősítését várta volna tőle. A szent term bólintott. Valóban ő a legfőbb istenkáromló szólt. Még a palotádba is követett, Kulantit, azzal a céllal, hogy orvul megöljön engem. És hazudik. Kiáltottam. Kulantit, hallgasd meg, hogy megtudd az igazat. Hallgasd meg! Miért követte John Carter Mata is hangot a palotádba? Hallgass meg engem is, ne csak őket, és azután ítéld meg magad, hogy tetteim nem feleltek-e meg jobban a barsumi lovagiasságnak és becsületnek, mint a hamis hit bosszúvágyó rajongóinak cselekedetei, akiknek kegyetlen hatalmától megszabadítottam a bolygódat. Csönd. Ordított a jeddak, miközben fölállt, és karja markolatára tette a kezét csöndet, Isten káromló. Kulantitnek nincs szüksége rá, hogy beszennyezd fogadótermének levegőjét a mocskos szádról elhangzó eretnekségekkel, anélkül is tud ítélkezni. Már is bizonyítottad bűnösségedet. Csak a halálod módját kell meghatároznunk. Még a kaoli harcosoknak tett szolgálatot sem segíthet rajtad, az is csak ürügy volt, hogy a bizalmamba férkőzve a közelébe kerülj annak a szent embernek, akinek az életére törsz. Pokolra vele. Fejezte be az őr parancsnokhoz fordulva. Szép kis helyzetbe kerültem. Mennyi esélyem lehet egy egész néppel szemben? Hogyan reménykedhetnék a fanatikus kulant kegyelmében, ha olyan tanácsadói vannak, mint Matai Sengnyi és Thurid. A fekete gónyosan vigyorgott rám. Ezúttal nem menekülsz, földlakó. Mondta kötekedve. Körbevettek az őrök. Véres köd borult a szememre. Virginiai őseim harcos vére szinte fölfort az ereimben. Minden őrületével rám tört a harci vágy. Egy ugrással hurid előtt termettem, és miközben jóképű arcára fagyott ördögi vigyorgása, öklömmel tiszta erővel szájon vágtam ahogy a jó öreg amerikai jobb egyenesbe talált, a fekete vagy négy métert repült a levegőben, majd kulant trónjánál ért földet, vért és fogakat köpe összezúzott szájából. Ezután előrántottam hosszú kardomat, és megfordultam, hogy szembe egy egész néppel. Az őrök azonnal rám rohantak, de mielőtt összecsafadtak volna a pengéink, parancsoló hang harsogta túl a katonák lármáját, egy nagy termetű ember leugrott a trón és kivont karddal köztem és támadóim közt termett. A látogató jeddak volt. Áj! Kiáltotta. Kulantit, ha jelent valamit számodra barátságunk és a népeink közt évszázadok óta fennálló béke, hívd vissza harcosaidat. Mert akárhol és akárki ellen harcoljon is John Carter, Hélium hercege, Thuvandin, tart jeddakja mellette áll, és haláláig kitart. Elhalkult az aj, a katonák leengedték karjaikat, és ezer szem nézett először meglepetten Thuvandinre, majd kérdőn Kulantitre. Kaol jeddakja elfehéredett haragjában, de mielőtt megszólalt, összeszedte magát, és hangja nyugodt és kiegyensúlyozott volt, ahogy egy jeddakhoz illik. Thu Din mondta vontatottan nyilván nagyon izgatott, és ezért szegül szembe a vendégek illő viselkedését megszabó évezredes szokással. Azért, hogy én királyi barátommal ellentétben, ne feledkezzek meg magamról, végighallgatom tart jeddakjának indokait, melyek magyarázatot adnak izgatottságára. Észrevettem, hogy Ptart aki a legszívesebben kulanti tarcába vágta volna a fegyverét, de akár csak házigazdája, ő is uralkodott magán. Thuvan Dinnél senki sem ismeri jobban a látogatóra vonatkozó törvényeket mondta, azonban Thuvan ennél magasabb törvénynek engedelmeskedik. A hála törvényének. És Barsumon senkinek nem tartozik nagyobb hálával, mint John Carternek, Hélium hercegének. Évekkel ezelőtt folytatta, amikor utoljára nálam jártál, Kulantit, téged is megkapott egyetlen lányom, Tuvi a bájos szépsége. Magad is láttad, mennyire rajongtam érte, és később hallottad a hírt, hogy valami kifürkészhetetlen szeszély miatt a hosszú önkéntes zarándokutat választotta a titokzatos ASS hideghabjain, én pedig mély kétségbeesésbe zuhantam. Pár hónapja értesültem John Carter Issus és a Szent Ternek ellen vezetett hadjáratáról. Kósz hírek jutottak el hozzám arról, hogy micsoda rémtetteket követtek el a Ternek a felséges ISS hullámai névszázadok óta érkező zarándokok ellen. Arról is hallottam, hogy több ezer foglyot szabadítottak ki, akik közül néhányan visszamerészkedtek hazájukba a ma szörnyű halál ellenére, amely mindazokra vár, akik visszatérnek a dorvölgyéből. Egy ideig nem akartam elhinni ezt az eretnekséget, és reménykedtem benne, hogy Thuvi a lányom meghalt, mielőtt elkövethette volna a szentségtörést, és visszatért a külvilágba. Később azonban fölül kerekedett atyai szeretetem, és inkább vállaltam volna az örök kárhozatot, minthogy ne láthassam lányomat, ha életben van valahol. Követeket küldtem hát Héliumba, és Xodarhoz, az első szülöttek aki a vallásukat megtagadó ter népet is kormányozza. És mindenki beszámolt azokról az elmondhatatlan szörnyűségekről és réntettekről, amiket a szent ternek követtek el vallásuk védtelen áldozatai ellen. Sokan találkoztak a lányommal, vagy legalább hallottak róla, és Mata is hanghoz közel álló ternektől megtudtam, hogy ő személyesen micsoda megaláztatásokat zúdított rá. Így nagyon örültem, amikor láttam, hogy Matai Seng is a vendéged, mert úgy is megtaláltam volna, még akkor is, ha egy életen át kell keresnem. Másról is hallottam, mégpedig John Carter lányomat is védelmező lovagiasságáról. Elmondták, hogyan harcolt érte és mentette meg, és hogy magával mit sem törődve átengedte neki tó ő pedig egymaga szállt szembe a vad déli varhúnokkal. Ezek után csodálkozol rajta, kulantit, hogy kockára teszem az életemet, népem békéjét, sőt a barátságodat is amit mindennél többre tartok, és hélium hercegének a pártjára állok. Kulantit hallgatott, látszott rajta, hogy zavarban van kisvártatva megszólalt. Thu van Din mondta barátságos, de nagyon szomorú hangon, ki vagyok én, hogy ítélkezzem fele barátom fölött. A ternek atya még most is szent a szememben, és vallása az egyetlen igaz vallás, de ha olyan helyzettel kerülnék szembe, mint te, biztosan ugyanazt érezném és tenném, amit te. Ami hélium hercegét illeti, közbeléphetek, azonban közted és matai sen között csak a békéltető szerepét tölthetem be. Mire a nap újra lebukik, hélium hercegét őrizettel országom határához vezettetem, és szabadon mehet, ahová akar, de halálbüntetés terhe mellett, soha többé nem léphet Kaol földjére. Ha viszály van közted és a ternek atya között, gondolom, nem kell kérnem, hogy csak akkor intézzétek el, ha már egyik egyikőtök sincs országomban. Din, elfogadod-e ezt? Tartjéd, aki a beleegyezően bólintott, de Mata is hangra vetett fenyegető tekintete rossz előérzetet kelthetett ebben a tiszta képű istenecskében. Hélium hercege viszont egyáltalán nem fogadja el kiáltottam, durván megszakítva a békekötést, mert nem vette volna be a gyomrom, hogy ilyen nagy árat fizessek a békéért. Számtalanszor megmenekültem a halál torkából, hogy megtaláljam és legyőzzem mata is hangot, és nem tűröm, hogy eltántorítsanak a céltól, és elvezessenek, mint egy kivénhet tóatot, a vágóhídra, amikor végre eljutottam ide, kartforgató jobbom ügyességével és izmai merejével. És Thuvandin sem fogadja el ezt a békét, ha meghallgatja, amit mondani akarok. Tudjátok, miért űztem szinte leküzdhetetlen nehézségek árán a dorvölgyének erdejéből egy fél világon keresztül mata is hangot és thuridot, a fekete datort. Gondoljátok, hogy John Carter, hélium hercege orgyilkosságra vetemedne. Lehet kulantit olyan bolond, hogy elhiggye a hazugságot, amit a szent term vagy thurid ültetett a fülébe. Nem azért követem mata is hangot, hogy megöljem, bár saját bolygóm istene a megmondhatója, milyen szívesen szorongatnám a torkát. Azért követem, Thuvandin, mert két fogóli van vele a feleségem, de jajtor is és a lányod, Thuvia. Gondolod, hogy elhagyom Kaol városát, mielőtt a fiam anyja és a te lányod szabad lenne? Tuvandin kulantithez fordult. Haraglángolt okos szemében, de tökéletes önfegyelemmel szólalt meg. Tudtál erről, Kulantit? Kérdezte. Tudtad, hogy a lányom fogolyként van itt a palotádban? Nem tudhatta szólt közben Matai-seng, inkább a félelemtől, mint a dütől sápadtan. Nem tudhatta, mert ez hazugság. Vári mondtad, Huvandin, majd ismét Kulantithez fordult. Nem hazugság. Mindenki tudja hélium hercegéről, hogy soha nem hazudik. Válaszolj, Kulantit. Kérdeztem valamit. Három nő érkezett a ternek atyával felelte Kulantit. A lánya, Faidor, és két másik, akikről azt mondták, hogy szolgálók. Ha ők lennének hélium idejahtor is és ptartit akkor sem tudhattam egyikükkel sem találkoztam. De ha ők azok, holnapra visszakapjátok őket. Beszéd közben egyenesen Mata is hangra nézett, és nem úgy, mint hívő a főpapra, hanem úgy, ahogy egy uralkodó néz alatt valójára, amikor parancsot oszt. Akár csak nekem, a ternek atyának is világos volt, hogy valódi jellemét megismervén erősen meggyengült kulantit hájt, és csak egy hajszálon múlt, hogy a hatalmas jedda keskütt ellenséggé váljon. Azonban a babona oly mélyen gyökeredzik, hogy még ez a szilárd kaoli is habozott elvágni az ősi hitéhez kötő utolsó köteléket. Mata is hangnak volt annyi esze, hogy látszólag elfogadja követőjének feltételeit, és megígérje, hogy másnap reggel mindkét foglyot bevezeti a fogadóterembe. Mindjárt reggel lesz mondta, és nem szívesen ébreztem föl a lányomat, különben most rögtön idehozatnám őket, hogy saját szemeddel győződj meg hélium hercegének tévedéséről. Az utolsó szót külön hangsúlyozta, mivel csak annyira akart megsérteni, hogy ne támadhasson nyílt összetűzés. Már-már tiltakoztam a késedelem ellen, és követelni akartam hélium hercegnőjének azonnali előhívását, de Thuvandin mindezt fölöslegessé tette. Minél előbb szeretném viszont látni a lányomat szólt, de ha kulantit biztosít róla, hogy ma éjjel senki sem hagyhatja el a palotát, és sem dejajtorist, sem huviát nem éri semmiféle sérelem, amíg bevezetik őket ebbe a terembe, akkor nem erősködöm. Senki sem hagyja el a palotát ma éjjel válaszolt Kaoljeddakja. Matai-seng biztosítékot ad rá, hogy a két nőt nem éri sérelem. A term bólintott. Néhány perc múlva Kulan tit véget vetett a kihallgatásnak, én pedig Thuvandin meghívására vele tartottam a lakosztályába, ahol átvirrasztottuk az éjszakát. Miközben vártunk, elmeséltem neki a bolygóján átélt kalandjaimat, és hogy mi történt a lányával, amíg együtt voltunk. Tuvia apját kedvemre való embernek találtam, és aznap éjjel egy fokozatosan elmélyülő barátság vette kezdetét, ennél erősebb csak a zöld jeddak, ez és a köztem levő kapocs volt. A hirtelen beköszöntő marzbéli hajnal első fénysugarával küldönc érkezett Kulantittől, a fogadóterembe szólított minket, ahol Huvandin hosszú évek után viszont láthatja a lányát, én pedig visszakapom hélium csodás leányát, miután 12 évig szinte egyfolytában távol voltam tőle. Vadul vert a szívem a keblemben, szégyenkezve néztem körül, mert úgy éreztem, a teremben mindenki hallja. Szinte fájtak a karjaim, annyira vágytam rá, hogy újra megölelhessem isteni hercegnőmet, akinek örök fiatalsága és el nem múló szépsége csak külső megnyilvánulásai tökéletes lelkének. Végül visszatért a mata is hangért küldött szolga. Nyújtogattam a nyakam, hogy minél előbb láthassam, kik követik, de a küldönc egyedül jött. Megállt a trón előtt, és megszólalt, az egész teremben tisztán hallatszott a hangja. Ó, oh, Kulantit, leghatalmasabb jeddak kiáltotta az udvari szokás szerint, küldöncöd egyedül tért vissza, mert Mata is ennyi és kísérete üresen találta. Kulantit elsápadt. Thuvandin, aki mellettem állt, mert nem foglalta el a számára föntartott trónt, fölmordult. Egy pillanatra halotti csönd borult Kulantit hatalmas fogadó termére. Végül maga a jeddak törte meg a csöndet. Fölállt a trónról, és az emelvényről Thuvandinhez lépett. Könnyek csillogtak a szemében, ahogy mindkét kezét a barátja vállára tette. Ó, oh, Thuvandin kiáltotta, hogyan történhetett meg mindez a legjobb barátod palotájában. Ha sejtettem volna, mit forgat gonosz fejében, magam tekerem ki Matai nyakát. Múlt éjszaka meggyengült szilárd hitem, ma reggel végképp összedőlt. De most már késő, túl késő. Egyetlen szabadba kerül, és Kaol nagy népe rendelkezésedre áll, hogy kimentsétek lányodat és egy csodálatos harcos feleségét legfőbb ellenségeink karmai közül. Mit tegyek? Szóljatok! Először keressük meg azokat, akik felelősek matai Seny és kísérői szökéséért javasoltam. A palotaőrök segítsége nélkül alig ha jutottak volna ki. Találják meg a vétkest, és préseljük ki belőle, hogyan és merre indultak. Mielőtt Kulan tit kiadta volna a parancsot a vizsgálatra, előlépett egy jóképű, fiatal tiszt, és így szólt. Ó, oh, Kulan tit, leghatalmasabb jeddak, egyedül én vagyok felelős ezért a végzetes hibáért. Múlt éjjel én voltam a palota őrség parancsnoka. A kora hajnali kihallgatás alatt a palota más részén teljesítettem szolgálatot, így semmit sem tudtam az ott történtekről, tehát amikor a ternek atya hívatott és azt mondta, azonnal távozni akar a karavárosból, mert itt van egy halálos ellensége, aki az életére tör, azt tettem, amit egy életen át tanítottak, teljesítettem a parancsát, mivel őt tartottam mindannyiunk urának, aki még nálad is hatalmasabb, leghatalmasabb jeddak. Minden következményt és büntetést magamra vállalok, mert egyedül én vagyok a bűnös. A szökésben segítő palotaőr csak a parancsaimat teljesítette. Kulantit először rám, majd Huvandinre nézett kérdőn, vajon hogyan ítéljük meg ezt az embert, de hibája olyan nyilvánvalóan megbocsátható volt, hogy egyikünk sem kívánta a felelősségre vonását azért, ami bárkivel megeshetett volna. Hogyan és milyen irányba távoztak? Kérdeztett Huhandin. Ugyanúgy, ahogy jöttek felelte a tiszt, a saját repülőjükön. Amikor elindultak, egy ideig még figyeltem a gép fényeit, észak felé tűntek el. Éjszakon hol találhat menedéket Matai-seng? Kérdeztett Huvan dinkulantit Kaol Jeddakja egy darabig összeráncolt homlokkal töprengett. Ezután hirtelen földerült a tekintete. Megvan. Kiáltotta. Matai-seng éppen tegnap célzott arra, hogy messze éjszakon él egy tőlünk teljesen különböző nép. Mint mondta, a Szent Ternek mindig tudtak róluk, mert odaadó és őszinte hívei az ősi kultusznak. Köztük örök menedéket lelhet, ahol nem bukkanhatnak rá, hazug nekek. Ide indult hátmata iseng. És egész Kaolban egyetlen repülő sincs, amivel üldözőbe vehetnénk. Kiáltottam. És legközelebb csak tartban találunk gépet feleltett Huvandin. Várjatok! Mondtam hirtelen. Az őserdő déli peremén hevő gépem roncsa, amivel idáig eljutottam. Ha a embereket, akik ide szállítják, és szerelőket, akik segítenek, két nap alatt rendbe hozom, kulantit. Több mint gyanús volt számomra a Kaoli Eddag hirtelen pálfordulása, de olyan készségesen elfogadta a javaslatomat, és olyan gyorsan rendelkezésemre bocsátotta az embereket, hogy két elejei végképp eloszlottak. Két nappal később a repülőfelszállásra készen pihent a megfigyelő torony tetején. Tuvan Din és Kulantit két teljes népet ajánlott fel segítségemül, több millió harcos állt rendelkezésemre. Azonban rajtam és volán kívül csak egy ember fért be a gépbe. Ahogyan beszálltam, din elfoglalta a mellettem levő ülést. Kérdőn és meglepetten pillantottam rá. Kíséretének legnagyobb rangú tisztjéhez fordult. Rád bízom kíséretemet, hogy épségben visszatérjenek tartba mondta. Ott jog szerint a távollétemben létemben a fiam uralkodik. Hélium hercege nem mehet egyedül az ellenség földjére, Szólottam. Isten veled. A hullabarlangban. Éjjel-nappal követtük az egyenesen észak felé tartó gépet, hiszen a céliránytű beállítása nem változott, mióta elhagytuk a ternerődöt. A második este érezhetően hidegebb lett a levegő, és az egyenlítőtől megtett távolságunkból könnyen kiszámíthattuk, hogy egyre jobban megközelítjük az északi sarkört. Számtalan expedíció indult már erre az ismeretlen földre, és ez aggodalommal töltött el, mert még soha nem tért vissza olyan repülő, amely érdemleges távolságot tett meg az örök fegi vidékét délről szegélyező hatalmas falon belül. Soha nem tudtuk meg, mi történt velük. Örökre eltűntek az északi szár gonosz és titokzatos világában. A jégfal és az északi szárk közötti távolságot megtenni egy gyors gépnek nem tarthatott volna tovább két óránál, tehát nyilvánvalóan szörnyű veszély leselkedett azokra, akik erre a tiltott földre léptek, ahogy a külvilág elnevezte ezt a vidéket. Ezért lelassítottam, amikor a fal közelébe értünk, úgy terveztem, hogy nappal repülünk át óvatosan a jégtorlasz fölött, nehogy csapdába essünk ha egyáltalán létezik valami ember lakta ország erre felé. Matai Seng ugyanis csak ott érezhette volna magát biztonságban John carter Hélium hercegétől. Alig egy méter magasan, csigalassúsággal vezettem a gépet és szó szerint megpróbáltuk kitapogatni az utat a sötétben, mivel mindkét hold lebukott, és az eget felhők borították, amik csak a mars két sarkörén találhatók. Hirtelen magasba nyúló fehér állta autónkat, és hiába emeltem föl a gép orrát és kapcsoltam hátrémenetbe a motort, már nem tudtam elkerülni az összeütközést. Szörnyű recsenéssel csapódtunk a magasba szökő akadálynak. A gép oldalra fordult, a motor leállt, a megfoltozott felhajtó gáztartályok felrobbantak, és orral a hat méterrel alattunk levő földre zuhantunk. Szerencsére egyikünk sem sérült meg, és amikor kiszabadítottuk magunkat a roncsból, a hatalmas égfal tövében találtuk magunkat, gránit tömbök között. Ezek gátolták meg, hogy a jég tovább húzódjon délre. Micsoda kegyetlen sors! Így lezuhanni közvetlenül a cél előtt, a meredek és megmászhatatlan kő és égfal rossz oldalán. dinre néztem, aki leverten ingatta a fejét. Az éjszaka hátrélevő részét szörméjén bendideregve töltöttük a hóban. Összetört lelkem bereggelre némi reménység költözött, bár meg kell vallanom, a régi optimizmusom nem tért vissza. Mit csináljunk? kérdeztett Huvandin. Hogyan hatoljunk át az áthatolhatatlanon? Először is be kell bizonyítanunk, hogy nem áthatolhatatlan feleltem és amíg nem jártuk körbe a falat, addig nem hiszek az áthatolhatatlanságában. Minél előbb indulunk, annál jobb, mert nem látok más megoldást, és több mint egy hónapba is beletelhet, mire megtesszük az előttünk álló hosszú és fáradtságos utat. Öt hideg és nehéz napon át küzdködét élünk a jégfallábán húzódó fagyott és kemény úton. Éjjel és nappal vad, szőrös lények támadtak ránk. Egyetlen pillanatra sem voltunk biztonságban a hatalmas északi szörnyektől. Az ept volt a legkitartóbb és legveszélyesebb ellenségünk. Ez egy hatlábú, fehér bundájú állat. Négy erős, rövid lába segíti, hogy gyorsan tudjon haladni a hóban, míg a vállaiból előre felé növő, szőrtelen, fehér kezekben végződő két végtagjával ragadja meg zsákmányát feje és szája a földi állatok közül leginkább a vízilóéra hasonlít, eltekintve az alsó állkapcsából enyhén lefelé görbülő, előreálló agyaraitól. Érdeklődésemet főként két hatalmas szemekkel tette föl. Ez a két óriási, ovális volt a feje búbjától egészen az agyarak tövéig tartott, Úgyhogy ezek a fegyverek valójában a több ezer részből álló, összetett szemek alsó részéből nőttek ki. Figyelemre méltó volt ez a fajta szem egy olyan állatnál, amely ezen a ragyogó ég és hóborított a vidéken vándorol. Miután alaposan megvizsgáltam egy-két általunk megölt példányt, észrevettem, hogy minden kis résznek külön szempillája van, és az állat kedve szerint használhatja mindegyik apró szemét. Arra a következtetésre jutottam, hogy az aptok nyilván a föld alatt élnek nem sokkal később találkoztunk a legnagyobb abtal. Az állat két és fél méter magas volt, szőre tisztán és fényesen csillogott, esküdni mertem volna, hogy nem rég ápolták. Farkas szemet nézett velünk, miközben közeledtünk hozzá. Időpocsékolás lett volna, ha menekülni próbálunk, mivel ezekből a távoli, éjszakon csavargó ördögi teremtményekből állandó bestiális haragárad, és minden élőlényt megtámadnak, amely nagy kiterjedésű látóterükbe kerül. Még ha tele van a hasuk és képtelenek enni, akkor is ölnek, egyszerűen örömüket lelik az élet kioltásában. Tehát amikor ez a hatalmas ebt, a helyett, hogy megtámadott volna, megfordult és elügetett, igen csak meglepődtem, de hirtelen ragyogó aranyja körvet pillantottam meg rajta. Tuvan Din is észrevette, és mindkettőnkben fölé lett a remény csak is ember tehette az állatra azt a nyakörvet, és mivel általunk ismert Marsbéli faj soha nem szelídítette meg a vadaptot, kizárólag olyan nép jöhetett számításba, amelyről eddig nem tudtunk talán a mesebeli barsumi sárga emberek. A valaha hatalmas fajról azt hittük, hogy kihalt, bár a tudósok szerint csak fölhúzódtak a dermesztő északi sarkvidékre. Egyszerre indultunk a fenevad után. Vólának gyorsan elmagyaráztam, hogy nem baj, ha szem elől és a gyorsan futó szörnyetek hamarosan el is tűnt a látóhatáron. Majdnem két órája követtük a fallal párhuzmos nyomokat, amikor azok hirtelen elkanyarodtak a fal felé, és látszólag teljesen áthatolhatatlan terepen vezettek keresztül. Mindenfelé hatalmas gránit tömbök állták útunkat, egy rossz lépés, és lezuhanunk a jég hasadékokba, és éjszakról folytogató bűzt sodort arcunkba a szellő. Még két órába telt, mire megtettük a jégfalig vivő néhány száz méteres utat. Majd elfordultunk egy falszerű gránit kiszögellésnél, és egy körülbelül másfél hektárnyi sima területre bukkantunk, amely az utunkat álló jég és kőfal előtt terült el. Közvetlenül előttünk pedig egy barlang sötét bejárata tátongott. Ebből a visszatasító nyílásból áradt a szörnyű bűz, és miután Thuvandin alaposan szemügyre vette a helyet, meghökkenten fölkiáltott. Az őseimre mondom, hát mégiscsak léteznek a legendás hullabarlangok. Ha tényleg így van, akkor megtaláltuk az átjárót. Barsum első történeteinek ősrégi krónikái olyannyira régiek, hogy évszázadokig mitológiának tartották őket leírják, hogyan menekültek a sárga emberek a barsumot lerohanó zöld csordák elől, amikor a nagy óceánok kiszáradása miatt az uralkodó fajoknak el kellett hagyniuk otthoneikat. Elmesélik a hajdan hatalmas nép életben maradt tagjainak vándorlását, az állandó támadásokat, míg végül találtak egy átjárót, és azon túl egy termékeny völgyet. A végső menedékük vezető, föld alatti átjáró nyílásánál óriási csatára került sor. A sárgák győzedelmeskedtek, s az új otthonukhoz vezető barlangokban halmozták föl a sárga és zöld harcosok holtestét, hogy a szag visszatartsa ellenségeiket a további üldözéstől. És a régmúlt nap óta emesebeli föld minden halottját a hullabarlangokba temetik, hogy halálukban is az országot szolgálják, és elriasszák a betolakodókat. A méz szerint minden hulladékot is ide hordanak mindent, ami elrohathat és fokozhatja ezt az orfacsaró bűzt. A rothadó tetemek között minden lépésnél halál leselkedik ránk, mert itt laknak a vérengző aptok, amelyek zsákmányuk megemészthetetlen maradékával hozzájárulnak az átható szakhoz. Szörnyű út a célunkhoz, de az egyetlen biztos vagy benne, hogy megtaláltuk a sárga emberek földjéhez vezető utat? Kérdeztem. Amennyire lehetséges, igen feleltett Huvandin, hiszen csak az ősrégi legenda támasztja alá elképzelésemet. Azonban magad is láthatod, mennyire egybevágnak a részletek a sárga emberek hányattatásáról szóló történettel. Igen, biztos vagyok benne, hogy megtaláltuk a menedékükhöz vezető utat ha ez igaz, és imádkozunk, hogy így legyen mondtam, akkor megoldódik héliumjeddakja, jeddakja, tardos morz és fia, morz kajak eltűnésének a rejtéje, hiszen ez az egyetlen hely, ahol nem keresték az expedíciók és a kémek, akik már majdnem két éve kutatnak utánuk. Utoljára akkor hallottunk róluk, amikor hírül adták, hogy bátor fiam, tartor is nyomában átkeltek a jégfalon. Miközben beszélgettünk, egyre közelebb jutottunk a barlang bejáratához, és amint beléptünk, megértettük, miért riadtak vissza a zöld harcosok az előttünk álló út várható borzalmaitól. A halottak csontjai ember magasságban borították az első barlang talaját, itt ott rothadó húskafatok hevertek. Ezen a szörnyű halmon keresztül rágtak utat maguknak az aptok a második barlanghoz. Az első terem mennyezete alacsony volt, mint a legtöbb barlangé, így a rossz szag annyira összesűrűsödött, hogy már-már szilárd volt. Kis hián előhúztam hosszú kardomat, hogy azzal vágjak utat a friss levegőre. Nem életveszélyes ez a levegő. Kérdeztett Huvandin fudokolva. Hosszú távon biztos feleltem, úgy, hogy siessünk. Én megyek elől, te hátul, és így közre fogjuk volát. E szavakkal előre törtem az oszladozó tetemek tömegén keresztül. Hét különböző barlangon bár alig különböztek a bűz mértékében és minőségében túljutottunk, minden ellenállás nélkül. A nyolcadikban azonban rábukkantunk az aptokodójára. Húsz hatalmas vadállat hevert a teremben, néhányan aludtak, mások a friss zsákmányt marcangolták, megint mások pedig szerelmi párviadat vívtak. Itt, Otthonuk fél nyilvánvalóvá vált nagy szemük fontossága, hiszen ezeknek a belső barlangoknak a gyenge világítása alig-alig különbözött a teljes sötétségtől. Még én is határtalan vakmerőségnek tartottam volna, hogy megkíséreljük az átjutást, ezért azt javasoltam Thuvandinnek, hogy Volával együtt menjenek vissza a külvilágba, és valamilyen civilizált országtól hozzanak harcosokat, akikkel nem csak az aptokat, hanem minden további akadályt is legyőzhetünk. Lehet folytattam, hogy addig egyedül is találok valami utat a sárga emberek földjére, de ha mégsem, akkor is csak egy életet kell föláldoznunk. Ha mindketten elpusztulunk, nem marad senki, aki ide vezethetné az embereket, és megmentené de a torist és a lányodat. Nem hagylak magadra, John Carter válaszolt Huvandin. Várjon rád győzelem vagy halál, Tartj edd, aki a meled marad. Szólottam. Hangjából biztosra vettem, hogy fölöslegesen vitatkoznék, így végül csak volát küldtem vissza egy sebétéjében írt üzenettel, amit kis fénytokban a nyakára erősítettem. Megparancsoltam hűtársamnak, hogy keresse meg héliumi tartorist, és bár ezer veszély és egy fél világ választott el minket héliumtól, tudtam, ha egy mód van rá, vola oda talál. A természet csodálatos gyorsasággal és kitartással ruházta fel, félelmetes erejével bármilyen ellenséggel elbánik, okosságával és remek ösztöneivel pedig mindent megold, hogy teljesítse küldetését. A hatalmas állat vonakodva fordult meg, hogy eleget tegyen parancsomnak, de mielőtt elindult, búcsúzóul meg kellett ölelnem. Hozzám dörgölte az arcát, majd a hullabarlangokon át a külvilág felé vágtatott. Üzenetemben pontosan meghatároztam Cartorisnak a barlangok helyét, hangsúlyoztam, hogy itt kell behatolniuk az országba, és semmilyen körülmények között se próbáljon meg flottával átkelni a jégfalon. Leírtam neki, hogy fogalmam sincs, mi lehet a nyolcadik barlangon túl, de biztos vagyok benne, hogy valahol a jégfal másik oldalán találom az anyját, aki matai sen kezében van, talán a nagyapját és a dédapját is, ha élnek még. Továbbá azt tanácsoltam, kérjen repülőket és katonákat Kulantitól és Huvandin fiától, hogy elég erős serege legyen az első prövő győzelemhez. És fejeztem be, ha lesz elég időd, keresd fel Tarkast, mert amennyiben életben találtok, szeretnék még egyszer válvetve harcolni régi barátommal. Miután Vola elment, Thuvan és én visszahúzódtunk a hetedik barlangba, és rengeteg tervet eszeltünk ki és vetettünk el az átjutással kapcsolatban. Ültünkből láttuk, hogy az aptoknak egyre inkább csökkent a harci kedvük, és amelyek az előbb még ettek, már aludtak. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a vadszörnyetegek előbb-utóbb békésen elszenderednek, és megkockáztathatjuk az átkelést az odójukon. A fennevadak evés kevés után elnyúltak a csontokat borító, oszladozó maradványokon, míg végül egyetlen ept maradt ébren. Ez a hatalmas fickó szimatolva járt kelt és az undorító hulladék között. Időnként megállt, és figyelmesen először az egyik, majd a másik kiárat felé kémlelt. Teljesen úgy viselkedett, mint egy őrszem. Kénytelenek voltunk beletörődni, hogy nem fog aludni, amíg le nem váltják. Ki kellett hát eszelnünk egy tervet, amivel becsafatjuk. Végül elmondtam a tervemet Huvandinnek, és mivel ez sem volt rosszabb a többinél, úgy döntöttünk, megpróbáljuk. Tuvandin a nyolcadik barlang bejárata mellett a falhoz lapult, én pedig szándékosan megmutattam magam az őrködő apnak. Ezután odaugrottam a bejárat másik oldalára, és a falhoz simultam. A hatalmas fenevad hangtalanul a hetedik barlanghoz sietett, hogy megnézze, miféle betolakodó merészkedett be ilyen mélyen a területükre. Amint bedugta a fejét a két barlangot összekötő keskeny nyíláson, két nehéz, hosszú kart sújtott le rá, nyögni sem volt ideje, levágott feje már is a lábunk előtt hevert. Gyorsan belestünk a nyolcadik terembe egyetlen sem ébredt föl. Átmásztunk a bejáratot eltorlaszoló hatalmas tetemen, majd óvatosan beléptünk a tiltott és veszélyes aduba. Csöndben és csigalassúsággal haladtunk előre a szanaszét heverő óriási állatok között. Lélegzetünkön kívül csak a cuppogást lehetett hallani, ahogy a bugyborékoló, rothat húsban lépkedtünk. Már fél úton jártunk, amikor az egyik szörnyeteg nyugtalanul megmozdult, éppen a feje fölé emeltem az egyik lábamat, hogy átlépjek rajta. Fél lábon egyensúlyozva, lélegzet visszafolytva vártam. Moccanni sem mertem. Jobb kezemben éles, rövid kardomat tartottam, a fegyverhegye egy hüvelykre volt a vadállat szívétől. Végül az ebb sóhajtva megnyugodott, mintha elszállt volna a lidércnyomás, és ismét mély álomba merült. Fölemelt lábamat letettem a túloldalon, és átléptem a vadállaton. Tuvandin pontosan a nyomomban haladt, s a következő pillanatban észrevétlenül elértük a túloldali ajtónyílást. A hullabarlangok 27 egymásba kapcsolódó teremből állnak, és láthatóan a víz alakította ki őket valamikor, réges-régen, amikor egy hatalmas folyó az északi sarkört határoló kő és égfalnak ezen az egyetlen nyílásán átutat talált délre. dinné és én minden további kaland és gond nélkül mentünk végig a hátrélevő 19 barlangon. Mint később megtudtuk, egy hónapban egyszer fordul elő, hogy az összes ebt egy teremben legyen. Máskor egyesével vagy kettesével járkálnak a barlangokban, tehát gyakorlatilag nem fordulhatna elő, hogy két ember végig menjen mind a 27 termen anélkül, hogy ne találkozna mindenütt egy-két abtal. Azonban havonta egyszer mindannyian egy teljes napon átalszanak, és nagy szerencsénkre mi pont egy ilyen napon érkeztünk. Az utolsó barlangból kilépve ég és hóborította, elhagyatott vidékre érkeztünk, de találtunk egy éjszaknak tartó, jól kivehető ösvényt. Az út mellett mindenfelé sziklatömbök hevertek, akár csak a jégfa déli oldalán, így nem láthattunk messze előre. Néhány órás gyaloglás után az út egy hatalmas szikla mögött meredeken lejtett egy völgy felé. Közvetlenül előttünk fél tucat férfi bukkant fel, vad, fekete szakállas fickók, a bőrük, mint az érett citrom. A barsumi sárga emberek. Kiáltottat Huvandin, mintha még most, hogy a saját szemével látja őket, sem tudná elhinni, hogy ez a távoli és megközelíthetetlen helyen rejtőző nép valóban létezik. Egy közeli szikla mögé húzódtunk, hogy megfigyeljük a kis csapat férfit, egy másik nagy kő tömblábánál álltak, nekünk háttal. Egyikük a gránütöm pereménél velünk ellentétes irányban kémlelt, mintha figyelne valakit kíváncsiságának tárgya hamarosan a látómezőmbe ért, és egy újabb sárga embert láttam közeledni. Mindannyian remek szőrméket viseltek az első hat az orluk fekete és sárga csíkos bundáját, a hetedik pedig, aki egyedül jött, fehér rapprémet. Mindegyik sárga harcos két karddal volt felfegyverkezve, hátukon egy-egy gerejt hortak, bal karjukon pedig egy csésze alakú, tányér nagyságú pajzsot, amelynek szélei kifelé hajlottak. Jelentéktelen védő pajzsnak látszottak akár egy átlagos kardvívóval szemben is, de később rájöttem, milyen célt szolgálnak, és hogy mennyire ügyesen bánnak velük a sárga emberek. Egyik karjuk azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Kardnak nevezem, bár valójában egy éles penge volt, amely kampóban végződött. A másik fegyver körülbelül ugyanakkorának látszott, mint ez, a hossza az én hosszú és rövid kardom között lehetett. Két Kétélű volt és egyenes. Mindezeken kívül még egy-egy tört is láttam az övükben. A fehér szörmés férfi közelettére a hat harcos szorosabban markolta a kardját, bajjukban a kampós fegyvert, jobbjukban az egyenes kardot, a bal csuklójukon levő pajzsot pedig mereven rögzítette karkötőjük amint a magányos harcos odaért hozzájuk, iszonyú, leginkább a délnyugati apacsok vadcsata kiáltására emlékeztető ordítással rontottak neki. A megtámadott azonnal előrántotta mindkét kardját, és amikor összecsaptak, életem egyik legszebb kardvívását láthattam. A támadók megpróbálták éles kampóikkal elkapni az ellenfelet, de a csésze alakú pajzs villám gyorsan útját állta a fegyvernek, és a kampó újra meg újra a lecsúszott róla. Egyszer a magányos harcosnak sikerült a kampóját egyik támadójába akasztani, és miután magához rántotta, beledöfte a kardját. Az esélyek azonban nagyon egyenlőtlenek voltak, és bár az egyedül küzdő férfi jól és bátran harcolt, Nyilvánvalóan nem sok idő kellett hozzá, hogy öt ellenfele megtörje csodás ellenállását és legyőzze. Én mindig is a gyengébb félpártját fogtam. Ugyan a csetepati okáról semmit sem tudtam, képtelen lettem volna tétlenül nézni, hogy egy bátor embert lemészáról a túlerő. Azt hiszem, valójában nem is nagyon kerestem kifogást, hiszen mindennél jobban szeretek vívni, és nem kell ahhoz ürügy, hogy beálljak a gyengébb fél mellé. Így aztán, mielőtt Huvandin kitalálhatta volna gondolatomat, már is a fehér prémbe öltözött férfi mellett termettem és vadul küzdöttem az öt fickóval. A sárga emberek között. Huvandin sem sokáig váratott magára, és bár a kampós kard különös és gonosz fegyvernek bizonyult, hárman gyorsan elintéztük az öt fekete szakállas harcost a küzdelem végén új ismerősünk hozzám fordult, levette pajzsát, és felém nyújtotta. Nem tudtam mi a jelentősége tettének, de arra gondoltam, így fejezi ki háláját. Később megtudtam, hogy ezzel zselképesen fölajánlotta az életét cserébe a segítségemért, nekem pedig el kellett utasítanom, amit azonnal meg is tettem. Akkor fogadd el ezt Talutól, a hercegétől hálája jeléül, mondta a sárga ember, ujjából előhúzott egy karkötőt, és a csuklómra helyezte. Ezután végigcsinálta a szertartást Dinnel is. Miután végzett, megkérdezte a nevünket, és hogy honnan jövünk. Remekül ismerte a külvilág földrajzát, és amikor közöltem, hogy Héliumi vagyok, fölhúzta a szemöldökét. Ó, csak nem uralkodódat és csapatát keresed. Kérdezte. Hallottál róluk? Csak annyit, hogy nagybátyám, salensú szó elel, a jeddakok jeddakja, a barsumi sárga emberek fegye, okar uralkodója fogságba ejtette őket. Sorsukról semmit sem tudok, mivel hatban állok nagybátyámmal, aki szét akarja zózni hatalmamat Marentinában. Az ő harcosaitól mentettetek meg, akiknek meg kellett volna ölniük engem, mivel tudják, hogy gyakran járok itt egyedül, amikor a Salen suszó elel által olyannyira tisztelt szent aptokra vadászom. Salen ellen elel részben ezért gyűlöl, mert megvetem a vallását, de főként azért, mert hatalma megyre nő, és az erősödő ellenzék szívesen látna engem a uralkodójaként és a jeddakok jeddakjaként nagybátyám kegyetlen önkény úr, akit mindenki gyűlöl, és ha nem rettegnének tőle annyira, egyetlen éjszaka alatt toborozhatnék egy hadsereget, és elsöpörnénk azt a maroknyi embert, aki hűséges marad hozzá. Saját népem mellettem áll, és ma a kis már egy éve nem fizet sarcot salensúszolnak. Kényszeríteni sem tud minket, mert egy tucat ember képes megvédeni a Marentinába vezető keskeny utat, akár egy millió ellen. De most már beszéljünk rólatok. Hogyan segíthetek? Palotám rendelkezésetekre áll, ha megtiszteltek azzal, hogy velem jöttök Marentinába. Örömmel teljesítjük meghívásodat, mihelyt végeztünk a dolgunkkal válaszoltam. Most azonban azzal segíthetsz a legtöbbet, ha megmutatod a salen suszó elel udvarába vezető utat, és elmondod, hogyan juthatunk be a városba és a palotába, illetve oda, ahol barátainkat fogva tartják. Talú búsan nézett sima arcunkra, majd huvan dinvörös bőrére, és az én fehérségemre. Először Marentinába kell jönnötök, mondta, mert igencsak meg kell változtatnunk a külsőtöket, hogy bejussatok okar bármelyik városába. Arcbőrötöket sárgára festjük, és fekete szakát ragasztunk rá, és olyan felszerelést és ruhát kell viselnetek, hogy ne ébresztetek gyanút senkiben. Palotámban van egy ember, aki olyan tökéletes sárga harcost csinál belőletek, mint amilyen maga elel. A tanács bölcsnek tűnt, és mivel semmilyen más módon nem juthattunk el biztosan Kadabrába, Okar fővárosába, elkísértük talut, Marentina hercegét kicsi, sziklákkal határolt országába. Életem egyik legnehezebb útja volt. Nem csodálkoztam, hogy Marentinát kevéssé fenyegette az invázió ezen a földön, ahol nem ismerték a tóatokat és a repülőket. Végül elértük úti célunkat, amit először egy kis magaslatról pillantottam meg, körülbelül egy kilométerre a várostól. Egy mély völgy alján marzbéli betonból épült várost láttam, amelynek minden utcáját és terét üvegtető fette. A várost borító lekerekített kristálykupolán kívül mindent ég és hót akart. Később láthattam, hogyan győzték le az emberek a sarkör hidegét, s éltek luxusban és kényelemben az örök ég birodalmában. Városaik valódi üvegházak voltak, és amikor beléptem abba, amelyiket először megpillantottam, határtalan csodálat töltött el ennek az eltemetett népnek a tudományos és mérnöki tudása láttán. Amint bent voltunk, Talul ledobta a mi pedig követtük példáját. Azonnal feltűnt, milyen kevéssé különbözik külsőre vörös embereitől. Drága kövekkel és féndíszekkel kivert bőr felszerelésétől eltekintve teljesen mesztelen volt abban a meleg és párás légkörben, kényelmetlen is lett volna ruhát viselni. Három napot vendégeskedtünk Talu hercegnél, és ez alatt az idő alatt elhalmozott figyelmességével és udvariasságával. Megmutatta nekünk a nagyváros minden érdekességét. Ha elfogyna a levegőkészlet, és leállna a központi gyár, mint azon a régmúlt emlékezetes napon, amikor magam adtam vissza az életet és boldogságot a bolygónak, melyet oly nagyon megszerettem, s a haldokló marson kihunna az élet, a marentünai atmoszféra gyár akkor is tovább működne. Láthattuk a fűtőrendszert, amely a város alatti raktárban tartalékolja a napsugarakat, amiből igen kevés elegendő ahhoz, hogy állandó nyári hőmérsékletet biztosítson ebben a sarkvidéki édenkerben. A széles sugárutakat a kiszáradt tengerfenekek okkersárga vegetációjával ültették be, így a könnyű és kecses földi repülők a mesterséges közlekedés egyedül létező eszközei a hatalmas faltól éjszakra zajtalanul suhantak. Ezeknek a különös járműveknek a kerekeit a nyolcadik barsumi sugárral töltik föl, a felhajtó sugárral. A mars lakóknak ez a jelentős találmánya teszi lehetővé a hatalmas léghajóflották felszállítását, amelyek a külvilágban biztosítják a vörös emberek uralmát. Ez a sugár juttatja vissza a bolygó belső és visszavert fényét az űrbe, és tartályokba zárva ez adja a marsbéli repülők felhajtó erejét. A Marentini földi repülők autószerű kerekeiben csak annyi a felhajtó erő, hogy biztosítsa a kormányzáshoz szükséges surlódást, és bár a hátsó kerekek kapcsolatban állnak a motorral, a járműveket elsősorban a hátul elhelyezett légcsavar hagyja. Alig ha lehet kellemesebb élmény, mint ezeken a luxusautókon utazni. Pilleszerű könnyedséggel siklanak végig Marentül a mohás sugárútjain. Tökéletesen zajtalanul haladnak a vörös gyeppel szegélyezett úton, a fejlett barsumi növénykultúrára oly jellemző hatalmas, virágba borult fák boltíve alatt. A harmadik nap végére az udvari borbé képtelen vagyok jobb földi nevet találni neki annyira megváltoztatta mindkettőnk külsejét, hogy a saját feleségeink sem ismertek volna ránk. Bőrünk citromsárga lett, akár csak az övé, és sima arcunkat tömör fekete szakál borította. Az okari harcosok felszerelése is hozzájárult a hatáshoz, és a melegházvároson kívülre kaptunk egy-egy sárga fekete csíkos bundát. Talú pontosan elmagyarázta az utat Kadabrába, a sárga emberek vagy ahogy ők nevezik magukat, az okar nép fővárosába. Ez a jó barát még el is kísért minket egy darabon, majd miután megígérte, hogy minden lehetséges módon a segítségünkre lesz, búcsút intett. Búcsúzás közben az ujjamra csúsztatott egy különlegesen megmunkált gyűrűt, amelyben egyetlen korom fekete, fénytelen kő volt. A kritály számomra inkább hasonlított egy szén darabhoz, mint felbecsülhetetlen értékű drága kőhöz. Pedig valójában az volt. Ezen kívül csak három darabot vágtak ki a kőből mondta, mindhármat bizalmas nemeseim viselik, akiket titkos megbízatással salensúszó elelódvarába küldtem. Ha 15 méter közelségbe kerülsz valakivel, aki ilyen gyűrűt visel, hirtelen szórást érzel az ujjadban. A másik ember szintén. Ezt egy elektromos kisülés okozza, mely akkor lép föl, ha két ugyanabból a kőből kivágott kristály egymás hatósugarába kerül. Ebből tudhatod, hogy kéznél van egy barát, akinek szükség esetén számíthatsz a segítségére. Ha valaki a te segítségedet kérni a gyűrűn keresztül, ne utasítsd vissza, és még ha halállal fenyegetnének is, inkább nyeld le, minthogy ellenség kezére jusson. Az életed árán is őrizd meg, John Carter, mert egy napon az életnél is többet érhet a számodra. Ezzel a búcsú figyelmeztetéssel barátunk visszaindult Marentinába, mi pedig Kadabra felé vettük utunkat, a Jeddakok Jeddakjának, Salen az udvarába. Még aznap este megpillantottuk Kadabra fallal körülvett, üvegtetős városát, amely egy mély. Völgyben terült el, hósapkás sziklák között. Éjszak felől közelítettük meg a völgyet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a hatalmas városra. Kristálykupolái szikráztak a vakító napfényben, csillogtak a száz kilométer kerületű védőfal fölött. Szabályos távolságra elhelyezett kapukon lehetett bejutni, de még ilyen messziről is láthattuk, hogy mindegyik zárva van, és talu tanácsa szerint másnap reggelre halasztottuk, hogy megkíséreljünk bemenni. A herceg elbeszélésének megfelelően rengeteg barlangot találtunk a hegy oldalban, az egyikben meghúzódtunk éjszakára meleg bundáinkban tökéletesen jól éreztük magunkat, és másnap, nem sokkal napkelte után, frissen ébredtünk. Már megindult az élet a városban, és néhány kapunát sárgák csapatai hagyták el a várost. Pontosan követtük Marentinai jó barátunk utasításait, búvó helyünkön maradtunk néhány óráig, amíg egy fél tucat harcosból álló csapat elérte alattunk az átjárót, amelyen előző este megérkeztünk. Megvártuk, hogy látótávolságon kívülre érjenek, majd kimásztunk, és utánuk eredtünk. Már jócskán a hegyek között értük utol őket. Amint eléggé megközelítettük őket, hangosan oda kiáltottam vezetőjüknek, mire az egész csapat megállt, és felénk fordult. Eljött a döntő próba ideje. Ha rászedjük ezeket az embereket, akkor nem lesz túl nehéz dolgunk. Kérő! Ki, Kiáltottam. Kérő! Ki, Felelt a csapat ügyeletes tisztje. Illalból jövünk folytattam, és okar legtávolabbi városát neveztem meg, amelynek szinte semmi kapcsolata sincs Kadabrával. Csak tegnap érkeztünk, és ma reggel azt hallották az őrparancsnoktól, hogy orlukvadászatra indultok, ami ritka időtöltés mi felénk. Utánatok siettünk, hát ha megengeditek, hogy csatlakozzunk hozzátok. A tiszt hit nekem, és kegyesen megengedte, hogy velük tartsunk. Jól találgattam, amikor azt mondtam, orluk vadászatra mennek. Talú elmondta, hogy akik ezen az útvonalon távoznak Kadabrából, azoknál tíz az egyhez az esélyi, hogy vadászok, mert erre felé juthattak el azokra a hatalmas síkságokra, ahol az elefántszerű ragadozók élnek. Vadászat szempontjából balul sikerült a nap, mivel egyetlen orlukot sem láttunk. Nekünk azonban ez volt a szerencsénk, mert a sárgák annyira szégyelték a kudarcot, hogy nem akartak ugyanott bemenni, ahol távoztak. Reggel nyilván eldicsekedtek az őrparancsnoknak a vadászatban való jártasságukkal és ügyességükkel. Így az említett kaputól néhány kilométerre egy másikhoz közeledtünk tehát nem kellett zavarba ejtő kérdésektől tartanunk az őrparancsnok részéről. Egészen közel jártunk a városhoz, amikor egy magas, fekete oszlopra lettem figyelmes. 30-40 méterre emelkedett a város fölé, és valami roncsszerűség lógott rajta, amit jó részt belepett a hó. Nem mertem kérdezősködni, nehogy gyanút kell csak azzal, hogy nem tudok valamiről, amiről egy sárga embernek tudnia kéne. Azonban mielőtt elértük a város kapuját, megtudtam a gonosz oszlop rendeltetését, és hogy mik azok a roncsok a tövében. Csak nem elértük a kaput, amikor az egyik harcos odaszólt a társainak, és a távoli déli határra mutatott. Odafordultam, és egy hatalmas repülő körvonalait láttam. A gép sebesen közeledett a hegyek felől. Újabb őrültek, akik meg akarják fejteni a tiltott tészak titkát, mondta a tiszt félig meddig magának. Hát soha nem múlik el végzetes kíváncsiságuk. Reméljük, hogy nem válaszolt az egyik harcos, különben kiket használnánk rabszolgának és szórakozásra. Ez igaz, mégis miféle esztelen barmok lehetnek ezek, akik továbbra is ott kalandoznak, ahonnan még senki sem tért vissza. Álljunk meg itt. És nézzük meg a pusztulását javasolta egy ember. A tiszta város felé kénelt. Az őr már észrevette mondta, maradjunk, hát ha szükség lesz ránk. Én is a város felé néztem, és több száz harcost láttam kijönni a legközelebbi kapun. Nyugodtan mozogtak, mintha semmi okuk nem lenne a sietségre, és mint hamarosan kiderült, nem is volt. Ismét a repülőre néztem. Gyorsan repült a város felé, és amikor a közelünkbe ért, meglepetten vettem észre, hogy a légcsavarjai mozdulatlanok. Pontosan a komoroszlop felé zuhant. Az utolsó pillanatban bekapcsolták a légcsavarokat, hogy visszafordítsák a gépet, de az csak közeledett, mintha valamilyen ellenállhatatlan erő vonzaná. Izgatott sürgésforgást támadta fedélzeten, az emberek föl alá rohangáltak, néhányan az ágyukhoz mentek, mások előkészítették a kis egyszemélyes repülőket, amelyek minden marsbéli hadihajón megtalálhatók. A léghajó egyre csak száguldott a fekete oszlop felé. Már-már odá csapódott, amikor megláttam az ismerős jelzést, és a kis gépek flottája felszállt az anyahajó fedélzetéről. Száz apró gép emelkedett föl, mint meg annyi óriás szitakötő, de alig hogy elhagyták a fedélzetet, Mindegyiknek az oszlop felé fordult az orra, és félelmetes sebességgel száguldottak az elkerülhetetlen vég felé, amely megbékjózta az anyahajót. Egy pillanattal később megtörtént az összeütközés. A legénység tagjai lezuhantak a fedélzetről, az anyahajó pedig ripityára törve, lassan lecsúszott az oszlop tövénél felhalmozódott kavasak közé. Az apró repülők követték a nagy hadihajót, egymás után csapódtak a tömör oszlopnak. Megfigyeltem, hogy sokkal lassabban csúsznak le az oszlop oldalán, mint vártam volna. Ekkor hirtelen megértettem a titkot, és rájöttem, miért nem tért vissza egyetlen repülő sem, amelyik túl messzire merészkedett a jégfal innenső oldalán. Az oszlop hatalmas mágnes volt, és ha egy jó részt alumínium a célból készült barsumi gép a hatósugarába került, azt semmi sem mentette meg attól, amit az imént végignéztem. Később megtudtam, hogy az oszlop pontosan a Mars mágneses pólusán áll, de fogalmam sincs, hogy ennek köszönhető -e hihetetlen vonzása. Harcos vagyok, nem tudós megtaláltam hát a magyarázatát Tardos Morz és Morz kajak eltűnésének. E bátor és rettenthetetlen harcosok vállalták a titokzatos éjszak veszélyeit, hogy megkeressék Cartorist, akinek gyönyörű anyja, de is, Hélium hercegnője szenvedett fiának elvesztése miatt. Amint az utolsó gép is lecsúszott az oszlop tövébe, a fekete szakállas sárga harcosok odarohantak, fogjul ejtették azokat, akik nem tűrhették gónyolódásukat és a megaláztatást. Néhány vörös harcos bátran szembeszállt a kegyetlen ellenséggel, de legtöbbjüket túlságosan megviselte a rájuk zóduló szörnyű katasztrófa, és egykedvűen hagyták, hogy rájuk tegyék az aranyvilincseket. Amikor az utolsó foglyot is elvezették, csapatunk visszaindult a városba. A kapunálvad, arany nyakörves aptokkal találkoztunk. Mindegyiket két harcos vezette erős aranyláncon. Ahogy kiléptek a kapun, a kísérőik elengedték a szörnyű fenevadakat. Azok a komoroszlop felé vágtattak, és nem kellett megkérdeznem, miért. Ha Kadabra gonosz városába nem vártak volna azok, akik sokkal jobban rászorultak a segítségemre, mint az ezer repülő roncsain heverő szerencsétlen halottak és haldoklók, semmi sem tarthatott volna vissza attól, hogy odarohanjak és megtámadjam a szörnyetegeket, amiket azért küldtek, hogy széttépjék és fölfalják a tehetetlen embereket. Így azonban nem tehettem mást, lehajtott fejjel követtem a sárga harcosokat, és hálát adtam a szerencsének, amiért Huvandin és én ilyen könnyedén bejutottunk Salensuszó elel fővárosába. A kapun belül minden nehézség nélkül leráztuk barátainkat, és hamarosan egy marzbéli szállodában találtuk magunkat. Fogságban. Úgy tapasztaltam, hogy a Balsumi szállodák nem nagyon különböznek egymástól. Csak a házas párok élvezhetik a visszavonultságot. Az asszony nélkül érkező férfiakat egy hatalmas, márvány vagy vastag üvegpatkájú, makulátlanul tiszta terembe vezetik. Itt sok kis dobogó található a vendégek sejem és szőrmetakarói számára, és ha valaki nem hoz magával ilyesmit, Jell képes összegért bérelhet helyben. Aki leteszi ingóságait valamelyik dobogóra, onnantól kezdve a ház vendége, a dobogó pedig távozásáig az övé. Senki nem nyúl a holmiához, mivel a marson nincsenek tolvajok. Csak gyilkosságtól lehet tartani, ezért a tulajdonosok fegyveres őröket alkalmaznak, akik éjjel-nappal járkálnak a hálótermekben. Rendszerint az őrök száma és felszerelésük pompája jelzi a szállodam minőségét. Ételt nem szolgálnak föl ezekben a házakban, de általában a szomszédban található egy-egy nyilvános étkező. A fürdők a hálótermekből nyílnak, és a vendégeknek minden nap tisztálkodniuk kell különben eltávolítják őket a szállodából. A nők hálótermei az első és második emeleten vannak, és nem sokban különböznek a férfiakéitól. Az ottani őrök kint állnak a folyosón, rabszolga nők felügyelnek az alvókra, és ők riasztják az őröket, ha szükség lenne rájuk. Meglepett, hogy szállodán kőrei egytől egyik vörös emberek voltak. Egyiküktől megtudtam, hogy mindannyian rabszolgák, és a tulajdonos vásárolta meg őket a kormánytól. Az a férfi, akinek a dobogóm közelében volt az őrhelye, az egyik nagy marsbéli nemzetflottájának parancsolt, de úgy hozta a sors, hogy átrepültek a jégfal fölött, és a mágneses oszlop hatósugarába sodródtak. Már sok-sok évesen vedett a sárgák fogságában. Mint elmondta, a sárgák szolgái közt voltak hercegek, fedek, sőt jeddakok is a külvilágból. Azonban amikor morsz kajak és tardos morsz felől érdeklődtem, csak rázta a fejét, és azt mondta, nem tud róla, hogy a foglyok közt lennének, bár a külvilágban sokat hallott róluk. A ternek atyának és az első szülöttek fekete datorjának érkezéséről sem volt tudomása, de sietve hozzátette, nem sok fogalma van arról, ami a palotában történik. Láttam rajta, hogy csodálkozik, amiért egy sárga ember ilyen behatóan érdeklődik bizonyos vörös foglyokról, és hogy ennyire keveset tudok az itteni szokásokról és körülményekről. Az az igazság, hogy megfeledkeztem álcámról, amikor egy vörös embert pillantottam meg a fekhelyem előtt. Egyre növekvő csodálkozása azonban időben figyelmeztetett, mivel nem szándékoztam fölfedni kilétemet. Ha abból nem származik semmi hasznom, és elképzelni sem tudtam, hogyan segíthetne nekem ez a szerencsétlen. Az viszont eszembe jutott, hogy később talán én segíthetek rajta, és a többi ezer fogjon, akik szigorú gazdáikat szolgálták Kadabrában. Este, szörmélyénken ülve, Huvan Dinnel megbeszéltük terveinket több száz sárga hálótársunk társaságában. Halkan suttogtunk, de mivel egy nyilvános, Közös hálóhelyen ez hozzá tartozik az udvariassághoz, nem keltettünk gyanút senkiben. Végül, miután megállapítottuk, hogy minden puszta ad amíg nem nézünk körül a városban, és nem próbáljuk meg keresztül vinni talójavaslatát, jó éjszakát kívántunk egymásnak és nyugovóra tértünk. Másnap reggeli után elindultunk, hogy szétnézzünk kadabrában. Marentina a hercege bőkezűen ellátott minket okari pénzzel, így vásárolhattunk egy remek földi repülőt. Mivel Marentinában megtanultuk vezetni ezeket a kis gépeket, kellemes és hasznos napot töltöttünk a város felfedezésével, és késő délután, abban az órában, amikor talú szerint a kormánytiszt viselőket a hivatalukban találhattuk, megálltunk egy csodás épületnél a királyi palota és park előtti téren. Vakmerően besétáltunk a fegyveres ajtónálók között, egyenesen egy vörös rabszolgához, aki megkérdezte, mi járatban vagyunk. Mondd meg a gazdádnak, soravnak, hogy két illalli harcos szeretne belépni a palota őrségben, mondtam. Talutól tudtuk, hogy Sorava Palota őrség parancsnoka, és mivel az okar távolabbi városaiban különösen illalban élő embereket kevésbé fertőzheti meg a salensúszó Suszó házát évekig elárasztó intrika, ma a hercege biztos volt benne, hogy szívesen fogadnak minket, és csak néhány kérdést tesznek föl nekünk. Talú ellátott minket annyi információval, hogy kiálljuk a próbát sorav előtt. Ezután további vizsgákat kell majd letennünk Salensuszó elel előtt, hogy megállapítsa fizikai rátermettségünket és katonai felkészültségünket. Mivel nem nagyon ismertük a sárgák különös, kampós végű kardját és csésze alakú pajzsát, kicsi volt az esély, hogy megfelelünk a végső próbán, de bíztunk benne, hogy ha sorav kikérdezett, néhány napra bejutunk Salen suszó elelpalotájába, mielőtt a jeddakok jeddakja időt tud szakítani ránk. Néhány percig várakoztunk egy előszobában, majd bevezettek sor a vírodájába. A vadkinézetű, fekete szakállas tiszt szívélyesen fogadott. Megkérdezte a nevünket, és a saját városunkban viselt rangunkat, és miután kielégítő válaszokat kapott, föltett még néhány kérdést, amikre Talú jó előre fölkészített minket. Talán tíz percig tartott a beszélgetés, ezután Sorav behívott egy segédet, és utasította, hogy vegyen föl minket a nyilvántartásba, és kísérjen el a palota őrségbe jelentkező újoncoknak fenntartott lakosztályba. A segéd először az irodájába vitt minket, ahol egy külön egy célra szerkesztett géppel fölvette a méreteinket, és fényképeket készített rólunk. A képek másolatai azonnal megjelentek öt különböző kormányhivatalban, melyek közül kettő több kilométerre lévő városaikban volt. Majd a palota kerten át az őrterembe vezetett, és átadott az ügyeletes tisztnek. Ez a fickó is kikérdezett röviden, végül szólt egy katonának, hogy kísérjen a szállásunkra. A szállás a palota második emeletén egy félig különálló toronyban volt, az épület hátsó részében. Kérdésünkre, hogy miért szállásolnak ilyen messze az őrteremtől, elmondta, hogy az őrség idősebb tagjai gyakran provokálják a jelölteket, és az összetűzések többször halállal végződtek. Ez a szokás megnehezítette az őrség működését, ezért Salen ellen elel ide helyezte a jelöltek szállását. Itt gondosan bezárják őket, így nincsenek kitéve az őrség tagjai támadásának. Ez a kellemetlen hír azonnal fölrúgta tervünket, gyakorlatilag foglyok leszünk Salen suszó elel palotájában, amíg maga elé nem rendel a végső próbára. Mivel pontosan ebben az időszakban akartuk megkeresni Dejahtorist és Ptartit Huviát, határtalan elkeseredés lett urrá rajtunk, ahogy vezetőnk ránk zárta a lakatot, és távozott. Savanyú képpel fordultam Thuvandinhez, társam szomorúan ingatta a fejét, majd a szoba túloldalán lévő ablakhoz sétált. Alig hogy kinézett, meglepetten, és folytott, izgatott hangon oda hívott. Egy pillanat alatt ott termettem. Nézd! Mondta Thuvandin, és az alattunk elterülő kertre mutatott. Oda néztem, és két nőt láttam. Egy kis elkerített kertben sétáltak föl alá. Rögtön fölismertem őket, de is és Thuvia volt. Itt volt a két nő, akiket a világ egyik végétől a másikig követtem. Csak három méter és a vasrács választott el tőlük. Oda kiáltottam, hogy magamra vonjam a figyelmüket, és amikor Dejajtor is a szemembe nézett, a barsumon szokásos szerelmi jelet mutattam neki. Legnagyobb megdöbbenésemre és rémületemre magasra emelte a fejét, finom arcvonásain mélységes megvetés jelent meg, és hátat fordított. Testemet ezer csata sebei borítják, de hosszú életemben egyszer sem szenvedtem ennyire, mert most egy asszony jeges tekintete járta át a szívemet. Szomorú nyögéssel fordultam el az ablaktól, és a karomba temette arcomat. Hallottam, hogy Thuvan Thuviját szólította, de meglepet kiáltása arról árulkodott, hogy őt is elutasították. Végig sem hallgatnak kiáltotta. A fülükre tették a kezüket és átmentek a kert másik végébe. Hallottál már ilyen őrültséget, John Carter? Ezeket megbabonázták. Összeszedtem magam, és visszamentem az ablakhoz, mert hercegnő ugyan átnézett rajtam, én szerettem, s nem bírtam ki, hogy ne lássam istennői arcát és alakját. Azonban amikor észrevette, hogy nézem, ismét elfordult. Nem tudtam felfogni, mi okozhatja különös viselkedését, és egyszerűen hihetetlen volt, hogy Thuvia is az apja ellen fordult. Lehetséges, hogy senkihez sem hasonlítható hercegnőm hű maradt a gonosz valláshoz, amelytől megszabadítottam a bolygót. Lehet, hogy azért nézett rám megvetéssel és ellenségesen, mert visszatértem a dorvölgyéből, vagy mert meggyaláztam a szent terneket és templomaikat. Képtelen voltam mással magyarázni különös magatartását, de mégsem tűnt valószínűnek, hogy ez lenne az igazság, hiszen Deja Toris John Carter iránti szerelme hatalmas és csodálatos szerelem volt fölötte állt a fai előítéleteknek, a világnézetnek vagy a vallásnak. Szomorúan néztem gőgös, királynői tartását, s közben a kert túloldalán kinyílt egy ajtó, és belépett egy férfi. Belecsúsztatott valamit az őr kezébe, elég közel voltak ahhoz, hogy lássam, pénzt adott neki. Azonnal rájöttem, hogy a jövevény megvesztegette az őrt, és így jutott be a kertbe. Ezután a nőhöz fordult, és akkor láttam, nem más jött ide, mint Thurid, az első szülöttek fekete datorja. Egészen közel ment a nőkhöz, mielőtt megszólalt. A két nő megfordult a hangra, de Dejajtól is láthatóan visszahúzódott. Thurid herceg nőmhöz lépett, és undorító mosolyjal az arcán újra beszélni kezdett. A férfi szavait nem hallottam. De a is válaszát annál inkább. Tardos morz unokája inkább meghal mondta, mint hogy az általad megnevezett áron éljen. Ekkor a fekete fickó térdre rogyott, és a porban csúszva könyörgött neki. Csak részben hallottam, amit mond, mert bár nyilvánvalóan izgatott volt és túlfűtött, nem merte fölemelni a hangját, nehogy fölfedezzék a kertben. Én megmenthetlek Mata is hangtól mondta. Tudod, milyen sors vár rád a kezei között? Nem választanál inkább engem? Egyikőtöket sem választanám, felelte Jajtor is, még akkor sem, ha szabad lennék, de pontosan tudod, hogy nem vagyok szabad. De szabad vagy! Kiáltottad, hurid! John Carter, Hélium hercege meghalt. Ezt én jobban tudom, de ha halott lenne, és új társat kellene választanom, előbb mennék feleségül egy növényemberhez, vagy egy nagy fehér majomhoz, mint mata is hanghoz vagy hozzád, te fekete kutya válaszolt a dejajtor is gónyos megvetéssel. Az aljas vadállat egy pillanat alatt elvesztette a fejét, és szitkozódva a karcsú vetette magát, durva kezével pedig vékony nyakát szorongatta. Tuvia föl fölsikoltott, és Rabéti ársa segítségére sietett. Ugyanabban a pillanatban engem is elöntött a vér, és kitéptem az ablak egyszerű részsodronyból készült rácsait. Kivetettem magamat a kertbe, alig 30 méterre a dejajtorist folytogató feketétől. És egyetlen ugrással ott termettem. Szó nélkül lefejtettem mocskos ujjait hercegnőm gyönyörű nyakáról, és ugyancsak szótlanul vagy hat méternyire taszítottam magamtól. Thorit habzó szája ugrott albra, és megvadult bikaként rontott nekem. Sárga ember üvöltötte, fogalmat sincs, kire emelted mocskos kezed, de ha végzek veled, majd rájössz, mi jár annak, aki megsért egy első szülöttet. Ezután nekem esett, el akarta kapni a torkomat, és én pántószán ugyanazt tettem itt, Salen elel palotájának kertjében, mint annak idején is Susz templomában lehúztam a fejemet kitárt karja elől, és amint lezuhant mellettem, oldalról hatalmas ütést mértem az állkapcsára. Ő is ugyanazt tette, mint annak idején, megpördült, mint egy búgócsiga, a térde megrogyant, és a lába mellé zuhant. Ekkor egy hangot hallottam a hátam mögött. A hatalom mély hangja volt ez, mely az uralkodok sajátja. Megfordultam, és amikor egy hatalmas sárga férfi ragyogó alakját láttam, kérdés nélkül is tudtam, hogy salensú elel eleláll előttem. Jobbján mata is hangot pillantottam meg, vagy húsz testőr kísérte őket. Ki vagy te? Kérdezte. És mit jelentsen ez a dulakodás a nők kertjében? Nem emlékezem az arcodra. Hogy kerülsz ide? Ha utolsó szavai nem hangzanak el, teljesen megfeledkeztem volna álcámról, és egyenesen a szemébe mondom, hogy John Carter vagyok, hélium hercege, kérdése azonban kiózanított. A fölöttem lévő ablak széthajlított rácsaira mutattam. Jelentkeztem a palota őrségbe mondtam, és abban a helyiségben vártam az utolsó vizsgára, amikor a toronyablakból észrevettem, hogy ez a gaz fickó megtámadta ezt a nőt. Nem nézhettem tétlenül, ó, jeddak, hogy ilyesmi történnék a palota kertben, hiszen akkor nem lehetnék méltó rá, hogy királyi személyedet védjem. Szemmel láthatóan hatással voltak őszinte szavai mokar uralkodójára. Ezután de is hoz és húviához fordult, és mivel mindketten alátámasztották elbeszélésemet, kezdtek sűrűsödni a felhők hurid fölött. Matai sen gonosz szemében vad fény jelent meg, amikor Dejahtor is elmondta, mi történt közte és Thurid közt. A megjelenésemről természetesen hálával beszélt, bár láttam a szemében, hogy valamitől csak zavarba jött. Nem csodálkoztam rajta, hogy mások előtt így viselkedik, annál jobban bántott, hogy elfordult tőlem, amikor csak ő és Thuvia voltak a kertben. A kihallgatás közben Thuridra pillantottam, és azon kaptam, hogy tágra nyílt szemmel rám csodálkozik. Egyszer csak tele szájjal az arcomba nevetett. Egy pillanattal később Salen Susó elel odafordult hozzá. Hogyan védekezel ezek ellen a vádak ellen? Kérdezte mély és ijesztő hangon. Szemet merszvetni a ternek atyának választotjára, arra, akit még maga a jeddakok jeddakja is méltó társnak találhat. Ezzel a fekete a Zsarnok Mohon Dejah Torisra pillantott, mintha szavai nyomán új gondolat és vágy ébredt volna a fejében és a szívében. Thurit gonosz fintorral, vádlón rám mutatott, és éppen meg akart szólalni, de salensúszó elel arc kifejezése és szavai elhallgattatták. Ravasz fény jelent meg a szemében, és az arcán láttam, hogy nem azt fogja mondani, amit eredetileg akart. Ó, oh, leghatalmasabb jeddak szólt, a férfi és a nők nem mondanak igazat. Ez a fickó azért jött a kertbe, hogy megszöktesse őket. Véletlenül kihallgattam a beszélgetésüket, és amint beléptem, a nő föl sikoltott, a férfi pedig rám vetette magát, és meg akart ölni. Mit tudsz erről az emberről? Nem ismered, és meggyőződésem szerint hamarosan kiderül róla, hogy ellenséges kém. Inkább fölötte ítélkezz, Salen Suszó elel, mint vendéged és barátod, Thurid, az első szülöttek fekete datorja fölött. Salen Suszó elel megzavarodott. Ismét Deja isra nézett. Ekkor Thurid odalépett hozzá és a fülébe súgott valamit. Fogalmam sem volt, mit. A sárga uralkodó odaszólt az egyik tisztjének, ezt a férfit zárják börtönbe, amíg időt tudunk szakítani az ügyére parancsolta, és mivel a rácsok nem tartják vissza, verjék láncra. Aztán megfordult, és kiment a kertből. De jajtorist is magával vitte, és a vállára tette kezét. Thorid és Matai is szintén távozott, és amikor a kertkapuhoz értek, a fekete visszafordult, és hangosan a szemembe nevetett. Vajon mi okozhatta viselkedésének hirtelen változását? Esetleg rájött, hogy ki vagyok. Ez lehetett az oké, okay, és nyilván a cselés a második ütése márult el. Az őrök elvezettek a szívemet keserűség és bánat töltötte el, mert két könnyű ellen ellenségemhez egy újabb és sokkal hatalmasabb csatlakozott, hiszen avak is láthatta, hogy salensuszolnak, a jeddakok jeddakjának, okar uralkodójának szíve szerelemre gerjed, de jajtól is iránt. A bőség börtönében. Nem senyvettem sokáig Salen suszó elel de amíg ott feküdtem láncra verve, gyakran eszembe jutott, mi lehet Huandinnel, tart Eddakjával. Bátor társam követett a kertbe, amikor megtámadtam Thuridot, azonban salensúszó elel, de Jajtor is és a többiek távozása után kettesben maradt a lányával észrevétlenül, hiszen mindenki testőrnek hitte. Amikor utoljára láttam, arra várt, hogy becsukódjon a kertkapu mögöttünk, és nyugodtan beszélhessen Huviával. Lehetséges, hogy megszöktek. Kételkedtem benne, mégis tiszta szívvel reméltem, hogy így történt. Fogságom harmadik napján egy tucat harcos jött értem, hogy Salensuszó elel elé vezessenek, aki maga tárgyalta ügyemet. Rengeteg nemes gyűlt össze a teremben, hurid is köztük volt, de Mata is hangot sehol sem láttam. A ragyogó szépségű dejhtor is alacsony trónon ült Salensuszó elel mellett. Drága tekintetének szomorú kétségbeesettsége a szívembe márt. Mindkettőnknek rossz jel volt, hogy a Jeddakok Jeddakja maga mellé ültette, és abban a pillanatban, amikor megláttam, megingathatatlanul elhatároztam, hogy inkább meghalok, de nem hagyom herceg nőmet a hatalmas zsarnok karmai között. Salensuszolnál nagyobb embereket is megöltem már puszta kézzel, és megesküdtem magamnak, hogy ha csak így menthetem meg Hélium hercegnőjét, akkor megölöm az uralkodót. Az nem érdekelt, hogy azután meghalok, viszont nem segíthettem volna többet isnak. Emiatt más módszert választottam, hiszen attól, hogy Salensuszó elel halott, szeretett feleségem nem jut vissza népéhez. Kigondoltam, hogy megvárom a tárgyalás kimenetelét, így megtudom az okari uralkodó szándékát, és a szerint cselekszem. Alig, hogy megálltam a trón előtt, Salen suszó elelt Huridot szólította. Thurid Détő mondta, különös kéréssel fordultál hozzám, de mivel ígéretet szerint az érdekemben akarsz szólni, úgy döntöttem, hogy meghallgatlak. Azt állítod, hogy egy bizonyos bejelentés ítéletet jelent Efogóli számára, és ugyanakkor szabaddá teszi az utat legfőbb vágyam beteljesülése előtt. Thurit bólintott. Akkor most, egybegyűlt nemeseim előtt, megteszem a bejelentést folytatta Salen szó elel. Már egy éve üres a királynői trón, és végre megfelelő asszonyt találtam a minden kétséget kizáróan legszebb barsumi nő személyében. Okar nemesei, ráncsatok kardot és üdvözöljétek Dejah Hélium hercegnőjét, Okar jövendő királynőjét, mert miután letelik az előír tíz nap, ő lesz Salen elel elelfelesége. Amint a jeddag bejelentette házassági szándékát, a nemesek, ősi okari szokás szerint, magasra emelték kardjukat. Dejah is azonban fölugrott, kezével csendet intett, és fenhangon így szólt. Nem lehetek salen suszó elel felesége érvelt, hiszen már asszony és anya vagyok. John Carter, Helium hercege még él. Biztosan tudom, hogy így van, Jeddak, mert hallottam, amikor mata Seng azt mondta a lányának, Faidornak, hogy láttak a kulantitudvarában. Egy Jeddak nem vehet feleségül férjes asszonyt, és salensúszó elel sem veheti semmibe a házasság szentségét. Salen suszó elel dühös arcalt Hulithoz fordult. Hát ezt a meglepetést tartogattad számomra. Kiáltotta. Biztosítottál róla, hogy nincs olyan akadály köztem és az asszony között, amit ne lehetne könnyedén elhárítani, és íme, itt a legnagyobb akadály. Hogy gondoltad ezt, ember? Mit tudsz fölhozni mentségedül? És ha kezedbe adnám John Cartert, elel akkor úgy éreznéd, hogy tökéletesen teljesítettem ígéretem. Szólt Hurid. Ne beszélj őrültségeket. Odított a föld jeddak. Nem vagyok már gyerek, hogy szórakozz velem. Én csak azt mondom, amit tudok. Tudom, hogy teljesíthetem ígéretemet. Akkor tíz napon belül kerítsd elő John Cartert, vagy utolér a vég, amit neki szánnék, ha a hatalmamban lenne. Vetette oda a jeddakok jeddakja fenyegetően. Nem kell tíz napig várnod feleltett Hurid. Ezzel hirtelen megfordult, rám mutatott, és így kiáltott, itt áll John Carter, Hélium hercege. Őrült. Üvöltött Salen szó elel. Őrült. John Carter fehér ember, ez a fickó pedig olyan sárga, mint én. John Carternek sima az arca matai is elmondta, hogy néz ki. Ennek a fogolynak éppen olyan nagy, fekete szakálla van, mint minden okarinak. Őrség, azonnal vessétek tömlöcbe ezt az eszelős feketét, aki kész föláldozni az életét egy rossz viccért az uralkodótokkal szemben. Várjatok! Kiáltottat Hurid. Odaugrott hozzám, és mielőtt kitalálhattam volna szándékát, lerántotta álszakállamat és parókámat. Ott álltam sima, napbarnított arcommal és rövidre nyílt, fekete hajammal. Pokoli zűrzavartámat Salen suszó el elfogadó termében. Harcosok ugrottak elő kivont karddal, hát ha meg akarom ölni a jeddakok jeddakját. Mások pedig mögöttük nyomakodtak, hogy láthassák a férfit, akinek a nevét széltében hosszában ismerték a bolygón. Amint kiderült, hogy ki vagyok, de Jajtor is csodálkozó arccal fölugrott, és mielőtt bárki megállíthatta volna, átverekedte magát a fegyvereken. Kitárt karral megállt előttem, és szemében hatalmas szerelmének fénye ragyogott. John Carter. John Carter. Kiáltotta, miközben keblemre szorítottam, és akkor egy szempillantás alatt megértettem, miért fordult el tőlem a torony alatti kertben. Milyen bolond voltam. Hogyan is remélhettem, hogy átlát a marendőai borbé tökéletes álcáján. Egyszerűen nem ismert rám, és amikor egy idegen a szerelem jelét mutatta neki, ő teljes joggal felháborodott, és sértve érezte magát. Tényleg, milyen bolond voltam. Hát te szóltál hozzám a toronyból. Kiáltotta. Nem is álmodtam volna, hogy az én szeretett virginiai férjem rejlik a vad szakáll és sárga bőr alatt. Kedveskedésből szokott virginiai férjének szólítani, mivel tudta, mennyire szeretem hallani ezt a csodálatos szót, ami még ezerszer csodálatosabban hangzott az ő gyönyörű ajkáról, és most, amikor hosszú évek után újra hallottam, köny szökött a szemembe, és elcsuklott a hangom a meghatottságtól. Csak pillanatokig ölelhettem magamhoz drága hercegnőmet, mert a dütőlé és féltékenységtől remegő salen suszó tört hozzánk. Fogjátok el a férfit! Kiáltott a harcosainak, és száz könnyű ellen kész szakított el feleségemtől. Szerencséje volt okar nemeseinek, hogy John Cartert lefegyverezték. Így csak tucatnyian érezhették bilincsbe vert öklömerejét, és csak fél útig jutottam a tróra vezető lépcsőn, ahová Salen Suszó elel Dejajtorist vitte. Végül, hiába küzdöttem, a fél száz harcos földre tepert, de mielőtt elvesztettem az eszméletemet, még hallottam dejahtoris szavait, melyekért minden szenvedést szívesen vállaltam. A zsarnok mellett állt, aki erősen szorította a karját rám mutatott, ahogy egyedül harcoltam a túlerővel szemben. Azt képzeled, Salen suszó elel, hogy egy ilyen férfi felesége hozzá menne egy közönséges halandóhoz, és megsértené ura emlékét, még ha az ezerszer halott lenne is. Kiáltotta. Él-e még egy olyan ember a világon, mint John Carter, Helium hercege? Éle még egy férfi, aki vadállatokkal és vademberekkel küzdve átverekedve magát egy háborúskodó bolygón egy asszony szerelméért. Én, Dejah is, Hélium hercegnője, az övé vagyok. Harcolt értem és elnyert. Ha te bátor férfinak tartod magad, akkor becsülöd bátorságáért, és nem ölöd meg. Te rabszolgává, salensuszó elel, de kíméld meg az életét inkább lennék rabszolga vele, mint akar királynője nélküle. Sem rabszolga, sem királynő nem parancsolhat Salen uszolnak felelte a jeddakok jeddakja. John Carter természetes halált hal a bőség börtönében, és halála napján de is a királynőm lesz. Hercegnőm válaszát már nem hallottam, mert egy erős ütéstől elvesztettem az eszméletemet, és amikor magamhoz tértem, csak néhány örvet körül a fogadóteremben. Amint kinyitottam a szememet, testemnek szegezett kardjaikkal nógattak, hogy álljak fel. Majd hosszú folyosókon keresztül a palota egyik udvarára vezettek. Az udvar közepén lévő mély akna szélén újabb tucat törvárakozott. várakozott. Egyikük kezében hosszú kötelet láttam, amit közelettünkre készenlétbe helyezett. Körülbelül 15 méterre lehettünk a férfiaktól, amikor hirtelen különös szórást éreztem az egyik ujjamban. Először meghökkentem a furcsa jelenségtől, de azután eszembe jutott valami, amit kalandjaim közepette már már elfelejtettem, a marentinai talú hercegtől ajándékba kapott gyűrű. A harcosokra néztem, és közben a homlokomhoz emeltem bal kezemet, hogy akit érint, láthassa a gyűrűmet. Ugyanabban a pillanatban az egyik harcos is fölemelte a baját, mintha a haját akarná hátra simítani, és az egyik ujján észrevettem a gyűrűm hasonmását. Gyorsan egymásra néztünk, majd elfordultam, és többé rá se pillantottam a harcosra, nehogy az okariak gyanút fogjanak. Az akna peremére érve láttam, hogy nagyon mély, és rájöttem, hogy hamarosan tudni fogom, mennyire van az alja az udvar felszínétől, mert a derekamra kötözték a kötelet. Mégpedig úgy, hogy fölülről bármikor ki lehessen oldani. Aztán mindannyian megragadták a kötél másik végét, valaki meglökött, és a tátongó mélységbe zuhantam. Az első rántás után, ahogy a kötél kifeszült, gyorsan, de finoman leeresztettek. A zuhanás előtti pillanatban, amikor két-három harcos segédkezett a kötél megkötésében, az egyikük az arcomhoz hajolt, és mielőtt lelöktek a vészjósló nyílásba, egyetlen szót súgott a fülembe. Bátorság! A feneketlennek hitakna csupán 30 méter mély lehetett. De mindegy volt, hogy 30 vagy 300 méter mély, mert a felösima üvegből készült, és külső segítség nélkül nem reménykedhettem a szökésben. Egy napig sötétben ültem, majd meglehetősen hirtelen ragyogó fény árasztotta el különös cellámat. Igen csak éhes és szomjas voltam már, hiszen a bebörtönzésemet megelőző nap óta nem ettem és nem ittam semmit. Döbbenten láttam, hogy az akna falán, amit simának véltem, polcok sorakoznak megrakva okar legfinomabb ételeivel és italaival. Örömömben felkiáltottam és odaugrottam, hogy egyek valamit, de mielőtt elérhettem volna, kialudt a fény. Végig tapogatóztam a cellán, de csak a sima üvegfalat éreztem. Abban a pillanatban gyötrő és, ég és szomjúság vett rajtam erőt. Az étel utáni vágyakozást valódi, mardosó éjség váltotta föl, és mindezt a kínzó látvány tette, hiszen alig karnyújtás nyira voltak tőlem a válogatott finomságok. Ismét sötétsé és csönd borult rám, amit csak egy távoli gúnykacaj tört meg. Eltelt egy újabb nap, és semmi sem törte meg fogságom egy hangúságát, és semmi sem könnyített az iszonyú éjségen és szomjúságon. Lassan, ahogy tompultak érzékeim, enyhülni kezdett a gyötrelem. Ekkor ismét kigyult a fény, és újabb kísértő ételek sorakoztak előttem, mellettük vizes korsók és a hidegtől párálló, üdítő borok üvegszámra. Éhes vadállatként vetettem magam az én csiklandozó ételek után, de csak úgy, mint az előző alkalommal, most is kialudt a fény, és kemény falnak rohantam másodszor is fölcsendült a gúnykacaj. A bűség börtöne. Ó, oh, miféle gonosz elmében született meg ez a kifinomult, pokoli kínzás. A jelenet napról napra ismétlődött, már-már beleőrültem. És akkor, akár csak annak idején a barsumi tömlöcben, összeszedtem magam, és kényszerítettem az elmémet, hogy normálisan működjön. Puszta akaraterővel visszanyertem szétesőben lévő öntudatomat, és ez olyannyira sikerült, hogy amikor legközelebb kigyulladt a fény, nyugodtan ültem tovább, és közömbösen szemléltem a karnyújtásnyira lévő friss és gusztusos ételeket. Boldog voltam, hogy ezt tettem, mert így lehetőségem nyílt az eltűnő lakoma rejtéjének megoldására. Mivel meg sem moccantam, kínzói mégve hagyták a fényt, abban a reményben, Hogyha majd megint nem tudok ellenállni, ismét élvezhetik a kudarcom fölötti gyönyörté. És ahogy nézegettem a megrakott polcokat, rájöttem, hogyan csinálták a trükköt. Olyan egyszerű volt, hogy csodálkoztam, miért nem találtam ki előbb. Börtönön felől átlátszó üvegből készült, és az én csiklandó falatok az üveg mögött voltak. Közel egy óra elteltével aludt csak ki a fény, de a gunykacaj ezúttal elmaradt. Én azonban, hogy kiegyenlítsem a számlát halkan fölnevettem, úgy, hogy még véletlenül sem lehetett összekeverni az őrültek vihogásával. Kilenc nap telt el, legyengültem az éjségtől és szomjúságtól, de legalább nem szenvedtem, azon már túl voltam. És akkor a sötétből kis csomag hullott mellém a földre. Közömbösen keresgéltem utána, mert azt gondoltam, hogy ez is börtönőreim újabb ötlete szenvedésem fokozására. Végül megtaláltam. Apró papírcsomag volt, vékony, erős zsinegre kötve. Fölbontottam, és néhány szögletes pirula esett ki belőle. Összeszedtem őket, és a szagukról megállapítottam, hogy olyanok, mint a Barsumon mindenütt ismerős ételtabletták. Méreg. Gondoltam. És akkor mi van? Inkább véget vetek a gyötrelemnek, most rögtön, minthogy kihúzzak még néhány napot ebben a sötét veremben. Lassan az ajkamhoz emeltem egy tablettát. Isten áldjon, de jaj torisom. Sóhajtottam. Érted éltem és érted harcoltam, s most valóra válhat harmadik vágyam, mert érted halok meg. Ezzel a számba vettem az első pirulát és lenyeltem. Egymás után nyeltem le az apró darabkákat, és még soha nem ízlett el annyira, mint ezek a haláltabletták talán a legborzalmasabb és legfájdalmasabb haláltablettái. Csöndben üldögéltem a földön, és vártam a véget, amikor véletlenül kezembe akadt a pirulák papírja. Játszadoztam vele, s közben gondolataim a múltba kalandoztak, hogy halálom előtt újra éljem hosszú és boldog életem egy-egy pillanatát. Egyszer csak különös kidudorodásokat éreztem a pergamenszerű anyagon. Egy ideig nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget a dolognak, csak kissé csodálkoztam rajta. Azután a domborulatok kezdtek alakot ölteni, és végül rájöttem, hogy egy sorban helyezkednek el, akár a kézírás. Most már nagyobb érdeklődéssel tapogattam végig a jeleket újra meg újra. A kidomborodó jelek négy külön egységet alkottak. Lehet, hogy négy szó, amelyek üzenetet hordoznak számomra. Gondoltam. Minél többet töprengtem, több annál izgatottabban futtattam végig ujjaimat ezeken a különös, apró hegyeken és völgyeken. De semmire sem jöttem rá. Végül megállapítottam, hogy kapkodásom akadályoz a rejtély megoldásában, tehát lassabban folytattam. Újra meg újra végig tapogattam az első egységet. Földi emberek számára igen nehéz lenne elmagyarázni a marsbéli írást, ami egyfajta átmenet a gyorsírás és a hieroglifák között, és teljes mértékben különbözik a beszélt mars nyelvtől. Barsumon csak egy beszélt nyelv létezik. Minden nép ezt beszéli, és ez így volt az emberi élet kezdete óta. Ez a nyelv együtt gyarapodott a tudás és a tudomány fejlődésével, mégpedig úgy, hogy az új gondolatokat, Körülményeket vagy találmányokat kifejező szavak megalkotják önmagukat. Semmilyen más szó nem írhatja le jobban az újdonságot, mint az, amelyik természetesen fejezi ki azt. Így aztán, függetlenül a távolságtól, az egymástól távol élő népek ugyanazt a nyelvet beszélik. Azonban az írott nyelvvel egészen más a helyzet. Nincs két egyformán író nép, Sőt, az írott nyelv gyakran városonként is különbözik. Ezért nem tudtam sokáig kibetűzni a papírra vetett szavakat. Ám végül is kiolvastam az elsőt. Bátorság, ez áltott ma betűkkel, bátorság. Ezt a szót súgta a fülembe az egyik sárga harcos, mielőtt letaszítottak a bőség börtönébe. Tőle jött hát az üzenet, és azt tudtam, hogy ő jó barát. Újult erővel veselkedtem neki, hogy megfejtsem a többi három szót, és erőfeszítésemet siker koronázta, elolvastam az üzenetet. Bátorság. Kövesd a kötelet. Kövesd a kötelet. Mit jelenthet ez? Kövesd a kötelet. Milyen kötelet? Egyszer csak eszembe jutott a zsineg, amelyre a kis csomagot erősítették, és némi tapogatózás után meg is találtam. Föntről lógott, és amikor megrángattam, kiderült, hogy erősen rögzítették, feltehetőleg az akna szájánál. Megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a zsineg, bár vékony, akár több embert is elbír. Ezután újabb felfedezést tettem a fejem magasságában, még egy üzenetet kötöztek föl. Ezt már sokkal könnyebben megfejtettem, hiszen ismertem a kulcsot. A kötelet vidd magaddal. A csomókon túl veszélyi. Ennyi volt az egész. Nyilván sietősen írták és utólag. Éppen csak elolvastam a második üzenetet, és ugyan nem értettem, mit jelenthet az utolsó mondat, a csomókon túl veszélyi, biztos voltam benne, hogy ez az egyetlen út a szabadság felé, és minél előbb nekivágok, annál több az esélyem, hogy kijutok innen végül is rosszabb helyre alig ha kerülhettem, mint a bőség börtönébe. Még ki sem jutottam abból az átkozott gödörből, amikor kiderült, mennyire rosszul jártam volna, ha még két percig maradok. Körülbelül ennyi időbe telt, amíg 15 méter magasra másztam. Ekkor hirtelen valami zajt hallottam fölülről. Gonterhelten láttam, hogy magasan a fejem fölött leveszik az akna fedelét, és az udvar fényében sárga harcosok tűntek föl. Lehet, hogy fáradtságos munkával igyekszem egy újabb csapdába. Elképzelhető, hogy az üzenetek hamisak voltak. Már-már elszállt a reménységem és az erőm, de abban a pillanatban két dolgot vettem észre. Az egyik egy vicsorgó, hatalmas ett volt, amit az akna oldalán eresztettek lefelé, a másik pedig egy nyílás a falban egy körülbelül ember nagyságú nyílás, és ide vezetett a kötél, amelybe kapaszkodtam. Éppen csak bemásztam a sötét lyukba, amikor az Ept elhaladt előttem. Félelmetesen ordított, csattogtatta a fogát, hatalmas kezével pedig megpróbált elkapni. Most már világosan láttam, milyen véget szánt nekem Salen suszó elel, először éheztetett, majd börtönönbe eresztette ezt a vadállatot, hogy befejezze a jedda gonosz képzeletében fogant tervet. És akkor eszembe jutott még valami, kilenc nap telt el az előír tízből, amelynek letelte után Salen suszó elel a királynőjévé tehet idejajtorist. Az aptot azért engedték le börtönömbe, hogy egész biztosan halott legyek a tizedik napra. Szinte nevetnem kellett a gondolatra, hogy éppen a túlbiztosítás hiúsítja meg Salensusó eltervét. Hiszen, ha egyedül találják az aptot, arra gondolnak majd, hogy fölfalt, így nem gyanakszanak szökésre és nem kutatnak utánam. Föltekertem a kötelet, aminek segítségével idáig jutottam, és meg akartam keresni a másik végét de akár meddig követtem az útját, csak nem akadtam a végére. Tehát ezt jelentette az üzenet, kövesd a kötelet. Alacsony és sötét alagútban másztam előre. Néhány száz méter tehettem meg, amikor ujjaimmal egy csomót éreztem. A csomón túl veszélyi. A lehető legóvatosabban folytattam utamat, és pillanatokon belül, egy éles forduló után, hatalmas, fényesen kivilágított terem bejáratához értem. Az alagút, melyben idáig jöttem, enyhén emelkedett, és ebből arra következtettem, hogy a terem vagy a palota föld szintjén, vagy közvetlenül az alatt lehet. Furcsa műszereket és szerkezeteket láttam. A túlsó falon. A terem közepén, egy hosszú asztalnál, két férfi ült komoly beszélgetésbe merülve. A velem szemben ülő egy sárga ember volt kicsi, töpörödött, tészt a képű öregember. Nagy szemében mindenhol látszott a fehérje a pupilla körül. Társa fekete volt, és nem kellett látnom az arcát, hogy tudjam, Thurid az, hiszen ő volt az egyetlen első szülött a jégfaltó éjszakra. Amikor halló távolságba értem, éppen Thurid beszélt. Solan mondta, nem kockáztatsz semmit, a jutalom pedig óriási. Gyűlölöd Salensuszolt, és mindennél jobban örülnél, ha sikerülne keresztezned valamelyik dédelgetett tervét. És számára most a legdédelgetettebb gondolat, hogy feleségül veszi Hélium gyönyörű hercegnőjét, azonban én is őt akarom, és a segítségeddel meg is szerezhetem. Csak annyit kell tenned, hogy egy pillanatra kimész ebből a szobából, amikor zselt adok. A többi az én dolgom, s miután távoztam, visszajöhetsz, a kapcsolót ismét a helyére állíthatod, mintha mi sem történt volna. Csak egy óra előnyre van szükségem, hogy biztonságban legyek az ördögi erőtől, amit ebből az urat palotája alatti titkos teremből irányítasz. Nézd, milyen egyszerű mondta, s fölállt, keresztül ment a szobán, és kezét egy a falból kiálló, fényes fogantyúra tette. Ne! Ne! Kiabált az öreg, és utána rohant. Ne azt! Az vezérli a napsugár és ha túlságosan megrántod, kadabrát elpusztítja a hőség, mielőtt visszaállíthatnám. Gyere onnan! Gyere onnan! Fogalmad sincs, mivel játszol! Ez az a fogantyú, amit keresel! Jegyezd meg a fekete felszínbevéset jelet! Húridó dönönt, és megnézte a fogantyút. Á, egy mágnes mondta. Nem felejtem el. Miután megegyeztünk, kezelésbe veszem. Az öreg ember habozott. Amúgy sem túl szép arcát eltorzította a mohóság és az aggodalom. Kétszer annyit kérek, mondta. És még ez sem túl sok azért, amit kérsz. Végül is már azzal kockára teszem az életemet, hogy beengedtelek a mindenki számára tiltott terembe. Ha Salen suszó elel megtudná, az aptok elé dobna az est leszállta előtt. Nem merné megtenni, és ezt te pontosan tudod, Solan vitatkozott a fekete. Túl nagy hatalom van a kezedben a kadabraiak élete és halála fölött ahhoz, hogy Salen suszó elel valaha is halállal fenyegessen. Mielőtt talpnyalói megragadnának, leránthatnád azt a akart, amelyiktől óva intettél, és eltörölnéd a várost a bolygó színéről. Ráadásul magamat is tette hozzá solan, s megvonta a vállát. De ha így is, úgy is meg kellene halnod, megtennéd feleltett hurid. Igen, motyogta solan, már sokszor gondolkoztam ezen. Nos, első szülött, megéri vörös hercegnőd az árat, amit kérek, vagy elmész nélküle, és hagyod, hogy holnap este salensúszolli legyen. Itt a pénzed, sárga ember mondta Hulk durván. A felét megkapod most, a másik felét meg majd akkor, ha teljesítetted a megállapodást. Ezzel a détő egydegeszre tömött pénze acskó dobott az asztalra. Solan felnyitotta az acskót, és remegő kézzel megszámolta a tartalmát. Hát borzongató szemét mohóság töltötte el, ápolatlan szakálla pedig együtt mozgott a szájával és az állával. Viselkedéséből nyilvánvaló volt, hogy Thurit pontosan rátapintott gyengeségére még kapkodó, karomszerű ujjai is kapzsiságról árulkodtak. Miután meggyőződött róla, hogy megkapta, amit kért, visszatette a pénzt az zacskóba, és fölállt az asztaltól. Nos, hát mondta biztosan ismered a célodhoz vezető utat. Gyorsnak kellend, hogy elérje a barlangig és túljus a nagy erőn egy órán belül, mert annál több időt nem adhatok. Hadd ismételjem el, Hurid. Hogy megmond, pontosan tudom-e az utat. Tessék felelte Solan. A mögött az ajtó mögött kezdte, s a túloldalon lévő ajtóra mutatott végig megyek a folyosón, L három jobbra nyíló folyosó előtt, ezután befordulok a negyedikbe, ahol a három előző találkozik. Innen továbbra is jobbra tartok, egészen a bal oldali falhoz húzódva, hogy elkerüljem az aknát. Ennek a folyosónak a végén egy csiga lépcsőhöz jutok, amin lefelé megyek, nem föl, innentől kezdve az út egyetlen folyosón vezet végig. Jól mondtam. Nagyon jól, Détő válaszolta Solan, és most menj. Már eddig is túl sokat kockáztattál azzal, hogy beléptél ide, a tiltott helyre. Ma este vagy holnap, várja jelre mondtad Hurid, miközben fölállt, hogy távozzon ma este vagy holnap ismételte Solan, és hogy az ajtó becsukódott vendége mögött, visszafordult az asztalhoz és tovább motyogott. Majd ismét kiöntötte az acskó tartalmát, és ujjait végigfuttatta a csillogó aranyakon. Az érméket kis tornyokba rakta, újra meg újra megszámolta, dédelgette vagyonát, és közben mindvégig csendesen motyogott. Hamarosan abba hagyta a játszadozást, szeme, ha lehet, még jobban kidüllett, miközben az ajtóra nézett, amin át hurit távozott. A halk motyogás nyafogássá, majd csúf morgásá erősödött. Végül az öregember ember fölállt az asztaltól, és az öklét rázta a csukott ajtó felé. Fölemelte a hangját, és tisztán hallottam, amit mond. Őrült. Azt hiszed, hogy solan föláldozza az életét a boldogságodért ha megszöksz, Salen suszó elel tudni fogja, hogy csak is az én segítségemmel sikerülhetett. Ezután hívatna. Mit vársz tőlem? Változtassam hamuvá a várost és magamat. Nem, te őrült, ennél jobba tudok, jobb ötlete van Szolannak arra, hogy megtartsa a pénzedet és bosszút álljon Salen suszollon. Undorító, kotkodácsoló hangon fölnevetett szerencsétlen őrült. Nyugodtan lehúzhatod a fogantyút, amely szabaddá teszi okar légterét, és rohanhat CS nélkül vörös hercegnőddel a halál szabadságába. Miután kilépsz ebből a teremből, ugyan migátolja meg Solant abban, hogy visszaállítsa a kapcsolót, oda, ahol volt, mielőtt gonosz kezed hozzáért. Semmi. És akkor az éjszakőre elragad téged és a nőt, s suszó elel, amikor meglátja a holtesteket, még csak álmodni sem fogja, hogy solan keze van a dologban. Az öreg hangja ismét motyogásba fulladt, nem értettem. Azonban eleget hallottam ahhoz, hogy kitaláljam a folytatást, és hálát adtam a kegyes gondviselésnek, hogy akkor vezetett ehhez a teremhez, amikor de is és a magam szempontjából ilyen fontos szavak hangzottak el. De most hogy menjek el az öreg mellett? A zsinór szinte láthatatlanul keresztül ment a szobán az egyik túloldali ajtóhoz. Más utat nem ismertem, és azt sem engedhettem meg magamnak, hogy semmibe vegyem az utasítást. Kövesd a kötelet! Át kell mennem, gondoltam, de fogalmam sem volt, hogyan kerülhetem el a szoba közepén ülő öregember figyelmét. Természetesen megtehettem volna, hogy rárontok, és puszta kézzel örökre elhallgattatom, azonban eleget hallottam ahhoz, hogy tudjam, ha él, még hasznát vehetem valamikor, de ha megölöm, és mást tesznek a helyére, Thurid nem jönne ide de jajtorisszal, holott nyilvánvalóan az a szándéka. Csak álltam az alagút sötétjében, és valami jó terven törtem a fejem, s közben mint egy macska, figyeltem az öreg minden mozdulatát. És egyszer csak fölkapta a szacskót, a szoba egyik végébe ment, letérdelt és az egyik panelnél kotorászott. Azonnal rájöttem, hogy ott rejtegette a kincseit. Amint háttal volt nekem, lábújhegyen beléptem a terembe, és óvatosan elindultam a túloldalra. Alig harminc lépést kellett megtennem, túl képzeletemnek mégis úgy tűnt, hogy harminc kilométerre van a fal, Végül is elértem, de út közben le sem vettem a szemem az öregről. Nem fordult meg, és a kezem már rajta volt az ajtó majd kiléptem és csendesen behúztam az ajtót, de ez alatt már az ellenkező irányba nézett a fösvény. Rövid ideig hallgatóztam, vajon észrevette valamit, de mivel nem hallottam, hogy a nyomomba eredne, megfordultam, és elindultam az új folyosón. Közben folyamatosan csévéltem a kötelet. Nem sokára öt felé ágazott a folyosó, és itt elfogyott a kötél. Mit tegyek? Merre forduljak? Megzavarodtam. Alaposan megvizsgáltam a kötél végét, és észrevettem, hogy valami éles szerszámmal elvágták. Ez a tény és az üzenet, hogy a csomókon túl veszélyi, arra figyelmeztetett, hogy valaki szándékosan elvágta a kötelet. Hiszen barátom segítségül szánta, és eddig egy csomót találtam rajta, holott nyilvánvalóan legalább kettőnek vagy többnek kellett lennie. Most aztán tényleg szorult helyzetbe kerültem. Egyrészt nem tudtam, merre induljak, másrészt fogalmam sem volt, hol leselkedik rám valami veszély. Azonban nem tehettem mást, mint hogy elindulok az egyik folyosón, mert ha ott maradok, ahol voltam, azzal semmit sem nyerek. Tehát a középső nyílást választottam, és imát mormolva beléptem a sötétbe. Az alagút erősen emelkedett, s egy éles kanyar után hamarosan véget ért egy vastag ajtó előtt. Semmit sem hallottam a túloldalról, így szokott hevességemmel kitártam az ajtót és beléptem egy szobába tele volt sárga harcosokkal. Az első, aki meglátott, döbbenten tágra nyitotta a szemét, és ugyanakkor bizsergést éreztem az ujjaimban, ami egy másik gyűrű jelenlétéről árulkodott. A többiek is észrevettek, és egyszerre rohantak felém, hogy elfogjanak, hiszen mindannyian a testőrséghez tartoztak, és ismerték az arcomat. Az első, aki elért, gyűrűm hasonmásának viselője volt. Halkan oda súgta, nekem add meg magad. Majd hangosan azt mondta, a foglyom vagy, fehér ember. És rám fogta a fegyverét. Így hát John Carter, hélium hercege, alázatosan megadta magát egyetlen támadónak. A többiek körülvettek minket, és rengeteg kérdést tettek fel, én azonban nem válaszoltam. Végül őröm bejelentette, hogy visszavezet a cellámba. Egy tiszt mellé rendelt néhány harcost, és már is visszaindultunk a folyosón, amelyen jöttem. Barátom közvetlenül mellettem lépdelt, és sok butaságot kérdezett az országról, ahonnan jöttem. A többiek rövidesen mit sem törődtek vele és karattyolásával. Egyre halkabban beszélt, hogy aztán feltűnés nélkül suttoghassunk. Okos trükk volt, és arra vallott, hogy talú jól ítélte meg emberek képességeit a veszélyes feladatra. Miután meggyőződött róla, hogy társai nem figyelnek, megkérdezte, miért nem követtem a kötelet, és amikor elmondtam, hogy az elágazásnál véget ért, csak annyit mondott, biztos valakinek szüksége volt némi zsinegre, mert ezek a hülye kadabraiak sohasem jöttek volna rá a kötél rendeltetésére. Mielőtt elértük a helyet, ahol az öt folyosó találkozott, Marentinai barátomnak sikerült elérnie, hogy a kis menet végére kerüljünk, és az elágazásnál a fülembe súgta. Rohanj föl jobbra az elsőn, ami a déli tornyába vezet. Én majd a mellette levőbe irányítom az üldözőket. Ezzel belökött a folyosó sötét szájába, és tetetett fájdalommal és riadalommal a földre vetettem magát, mintha leütöttem volna. A hátam mögött egyre távolabbról visszhangzottak az izgatott őrök kiáltásai, ahogy Talu kéme egy másik folyosóra irányította őket. Miközben az életemért futottam a sötét folyosókon Salen suszó elel palotája alatt, érdekes látványt nyújtottam volna egy esetleges szemlélőnek, hiszen bár a halál leselkedett rám, szélesen elmosolyodtam Marentin a névtelen hősének találékonyságán, akinek az életemet köszönhettem. Ilyen anyagból gyúrták szeretett héliumom népét, és ha hozzájuk hasonlóval találkoztam, bármelyik fajhoz tartozott is, és bármilyen volt a bőre színe, öröm költözött a szívembe, mint most, amikor új barátom az életét kockáztatta egyszerűen azért, mert ugyanolyan gyűrűt viseltem, mint amilyet uralkodója az ujjára húzott. Végig futottam a hosszú, majd nem egyenes folyosón, ami egy csiga lépcsőnél ért véget. Ezen fölsietve egy kör alakú terembe értem egy torony földszintjén. Vagy egy tucat vörös rabszolga volt ott, akik a sárgák fegyvereit tisztogatták és javították. A falak menti tartókban több száz egyenes és kampós kard, Gilly és tőr sorakozott. Nyilvánvalóan egy fegyverraktárba kerültem. Összesen három őr vigyázott a dolgozókra. Egyetlen pillantással fölmértem a terepet. Rengeteg fegyver. És erős, vörös harcosok, akik jól bánnak velük. És itt van John Carter, hélium hercege, akinek fegyverre és harcosokra van szüksége. Amint beléptem, az őrök és a foglyok egyszerre vettek észre. A bejárat közelében az egyik tartóban egyenes kardok álltak. Megragadtam az egyik fegyver markolatát, s közben a tekintetem két, egymás mellett dolgozó fogolyra esett. Az egyik őr felé indult. Ki vagy te? Kérdezte. És mit keresel itt? Tardos morsért jöttem, héliumjeddakjáért, és fiáért, Moszkaja kért kiáltottam a két fogolyra mutatva, akik közben a fölismeréstől tágra nyílt szemmel talpra ugrottak. Talpra, vörös emberek! Mielőtt meghalunk, hagyjunk emléket okar zsarnokának palotájában, olyat, amely örök időkre idézi hélium becsületét és dicsőségét a kadabrai évkönyvekben. Ekkor láttam, hogy minden fogóli tardos morsz flottájához tartozott. Közben az első őr nekem rontott, és megkezdődött a küzdelem. Ám alig, hogy belefogtunk, rémülten vettem észre, hogy a vörös rabszolgákat a padlóhoz láncolták. A mágnes kapcsoló. Az őrök egyáltalán nem foglalkoztak fogjaikkal, mivel a vörös embereknek alig fél méternyi volt a mozgásterük a rövid lánc miatt. Bár mindannyian megragadták azt a fegyvert, amit épp tisztogattak, és készen álltak, hogy segítsenek hiába. A sárgák nekem szentelhették minden figyelmüket. De hamarosan rájöttek, hogy hárman nem igazán védhetik meg a fegyvertárat John Carterral szemben. Ó, ha remek hosszú kardommal vívhatok azon a napon. Mindazonáltal a sárgák ismeretlen fegyvereivel is kitettem magamért. Egy ideig el kellett ugrálnom gonosz kampós kardjaik elől, de azután sikerült lekapnom még egy egyenes kardot a falmenti állványról, s miután ezzel védekeztem a kampók ellen, sokkal jobban éreztem magam. Egyszerre rohantak rám mind a hárman, és ha nem lett volna szerencsém, könnyen odhagyhattam volna a fogam. Odaszorítottak a falhoz, és a legelső őr hirtelen bele akarta akasztani a kampóját az oldalamba. Én félreléptem, a kardép csak súrolta az oldalam majd becsúszott a gerejek közé és beszorult. Az őrnek nem volt ideje kiszabadítani a fegyverét, előbb végeztem vele. Ezután kedvenc taktikámhoz folyamodtam, mely vagy százszor segített szorult helyzetekben, tökéletes, gyors vágásokkal és szúrásokkal visszaszorítottam a másik két harcost, és addig űztem őket, míg arcukon megjelent a halálfélelem. Ekkor az egyik segítséget akart hívni, de már késő volt ahhoz, hogy megmeneküljenek. A kezemben voltak már, és visszaszorítottam őket oda, ahova akartam, kartávolságra a megbilincselt rabszolgáktól. Másodperceken belül mindketten holtan terültek el. Kiabálásuk azonban nem maradt eredménytelen, mert futó léptek, csörgő fegyverek zaját és tisztek parancsait hallottam. Az ajtót. Gyorsan, John Carter, zárd be az ajtót. Kiáltott a tardos morz. Az ajtó nyíláson át már láttam az udvar felől közeledő harcosokat. Tíz másodpercen belül elérik a tornyot. Egyetlen ugrással a nehéz ajtónál voltam, visszhangzott a csattanása, ahogy bevágtam. A keresztpánt. Kiabált tardos morz. Megpróbáltam a helyére csúsztatni a hatalmas pántot, de csak nem sikerült. Kicsit emeld meg, hogy kiakadjon, kiáltotta az egyik vörös ember. Már hallottam a sárga harcosok lépteit az ajtó előtti kövezeten. Megemeltem a pántot és jobbra taszítottam, pont abban a pillanatban, amikor az első őr nekirontotta vastag ajtónak. Az ár ellenállt, sikerült a másodperc töredékével megelőznöm az őrt. Most már a foglyokkal foglalkoztam. Először tardos morshoz mentem, és megkérdeztem, hol vannak a bilincsek kulcsai. Az őr parancsnoknál felelte hélium jeddakja, és ő is azok közt van, akik be akarnak jutni. Kényszerítened kell őket. A legtöbb fogóli már próbálta elvágni a láncát a kezében levő karddal. A sárgák gerejekkel és bárdokkal ütötték az ajtót. Tardos láncaira összpontosítottam a figyelmemet. Éles pengémmel újra meg újra mélyen belevágtam a fémbe, de az ajtón is egyre sűrűbben csattantak az ütések. Végül egy lánc pattant, és Tardos Morz szabad volt, bár a bokáján még ott lógott egy kis darab lánc. A szobába hulló faforgácsok arról árulkodtak, hogy ellenségeink hamarosan bejutnak. A hatalmas ajtódeszkák remektek és megmeghajlottak a sárgák dühött rohamaitól. A dörgő ajtó és a láncaikat vagdaló vörös emberek szinte elviselhetetlen zajt csaptak a fegyvertárban. A láncaitól megszabadult tardos morz azonnal az egyik fogolytársához sietett, én pedig morz kajakkal foglalatoskodtam. Gyorsan kellett dolgoznunk, hogy minden bilincset elvágjunk, mielőtt az ajtó enged az ostromnak. Egy deszka kitört és a földre esett. Morz kajak odarohant, hogy védje a nyílást, amíg kiszabadítjuk a többieket. A falról lekapott gerejekkel ritkította az előlevő okariakat, mi pedig az érzéketlen fémmel harcoltunk, amely elválasztotta társainkat a szabadságtól. Már egy kivételével minden foglyot kiszabadítottunk, amikor az ajtót hatalmas csattanással bedöntötte a sebétéjében eszkábált fal törőkos, és a sárga csorda nekünk rontott. A fölső termekbe kiabálta még mindig a padlóhoz láncolt vörös harcos. A fölső termekbe. Onnan egész kadabra ellen megvédhetitek a tornyot. Miattam neki és lekedjetek, úgy sem kívánhatok szebb véget, mint hogy Tardos Morz és Hélium hercege szolgálatában halok meg. Én azonban inkább föláldoztam volna mindannyiunk életét, mint hogy egyedül hagyjak egy vörös embert, főleg nem ezt az oroszlán szívű hőst, aki könyörgött, hogy menjünk. Vágjátok el a láncait. Kiáltottam két vörös harcosnak. Addig mi visszatartjuk az ellenséget. Most már tízen harcoltunk az okari őrség ellen, és biztos vagyok benne, hogy ez az ősrégi őr torony sosem látott hevesebb csatát zord falai között, mint azon a napon. A sárga harcosok első hulláma meghátrált hélium tíz kipróbált harcosának éles pengéje előtt. Egy tucat okari torlaszolta el a bejáratot, de a rémisztő akadály mögött vagy húsz harcos tolongott, szörnyű, reket harci kiáltást hallatva. A véres dombon csaptunk össze velük kézitusában. A tőrünket használtuk, ha túl közel voltak, és karddal döftük le őket, ha sikerült karnyújtás taszítanunk támadóinkat. És az okariak vad csata kiáltása mellett újra meg újra hallottam a csodás szavakat, héliumért. Héliumért. Ez buzdította évszázadokon át a legbátrabbakat, hogy véghez vigyék dicső tetteiket, és a bolygó széltében hosszában terjessék hélium hőszeinek hírét. Nagy nehezen leverték a bilincset az utolsó vörös fogojról is, és 13 erős ember állt a salensuszó elel katonáinak megmegújuló rohamait. Szinte mindegyikünk vagy húsz sebből vérzett, de még senki sem esett el. Kint több száz katona árasztotta el az udvart, az alsó folyosóról pedig, ahonnan én is jöttem, kiáltozás és fegyvercsörgés hallatszott. Pillanatokon belül két irányból támadtak volna ránk, és minden bátorságunk ellenére sem remélhettük, hogy álljuk az egyenlőtlen küzdelmet, főként, ha szét kell bontani az egységet és több felé kell figyelni. A fölső terembe. Kiáltott a tardos morz, és azonnal hátrálni kezdtünk a fejjárat felé. Itt újabb véres csatát vívtunk a visszavonulásunk miatt a szobát előzönlő sárga harcosokkal. Ekkor vesztettük el első emberünket, egy nemes társat, akit nehezen nélkülöztünk. Végül mindenki elérte a fejjárót, kivéve engem, aki föltartottam az okariakat, amíg a többiek biztonságba kerültek. A keskencsiga lépcső tövében egyszerre csak egy harcos támadhatott meg, így nem okozott különösebb gondot visszaszolítani őket arra a kis időre, amennyire szükségünk volt. Aztán lassan hátrálva magam is megindultam fölfelé. A torony tetejéig vezető hosszú úton az őrök mindvégig támadtak. Leszúrtam az egyiket, már is jött egy újabb, aki a holtesten átmászva átvette annak helyét. Így, minden lépésért megküzdve, értem el kadabra tágas, üvegfalú őrtornyát. Társaim már készen álltak, hogy visszaszorítsák az ellenséget, én tehát félreálltam, hogy kifújhassam magam egy pillanatra. Innen, a magasból kilométerekre lehetett ellátni minden irányba. Dél felé egészen a hatalmas falig húzódott a töredezett, Hóborított a pusztaság. Keleten, nyugaton és északon homályban más okari városok körvonalait láttam, közvetlenül az előtérben, Kadabra falai előtt pedig a magasba szökő, Zordőroszlopot. Ezután Kadabra utcáira tekintettem, ahol hirtelen nagy sürgésforgást támadt. Csata dúlt odalenn, a falakon kívül pedig fegyveresek meneteltek az egyik közeli kapu felé. Kíváncsian ugrottam közelebb az üvegfalhoz, és alig akartam hinni a szememnek. De csak hamar eloszlottak a kételjeim, és fölkiáltottam örömömben, ami kissé különösen hangzott a bejáratnál harcoló káromkodásai és morgása mellett. Oda hívtam tardos most. Ahogy mellé ért, lemutattam Kadabra utcáira és a közeledő menetoszlopra, mely fölött büszkén lengtek héliumzászlói és lobogói a sarki égen. Pillanatok alatt észrevette a többi vörös harcos is a lelkesítő látványt, és olyan hálatelt kiáltásba törtek ki, melyhez hasonló sohasem visszhangzott még az ősi kövek között, ebben biztos vagyok. De tovább kellett harcolnunk, hiszen csapataink hiába jutottak be a városba, Kadabra még távolról sem kapitulált, a palotát pedig még nem is vették ostrom alá. Felváltva védétéjük a bejáratot, még társaink az alant küzdő derékföldieink látványában gyönyörködtek. Most rohanják meg a palota kapuját. Hatalmas fal kosok csapódnak a vastag fának. Most visszaszorítja őket a fal tetejéről lehajított gerejek halálos zuhataga. Újra rohamoznak, de az egyik sugárútról támadó nagyobb okari egység szétveri az oszlop elejét, és a héliumiak egymás után esnek áldozatul a túlerőnek. A palota kapu kitárul, és a jeddak saját testőrei, az okari hadsereg legkiválóbb harcosai vágtatnak ki, hogy végezzenek a megfogyatkozott sereggel. A vereség már-már elkerülhetetlennek látszik, amikor is észrevesznek egy nemes alakot hatalmas tóatja hátán közeledik. A hátas nem a vörös emberek kis tóatjai közül való, hanem azok távoli, nagy testű, a kiszáradt tengerfenekekről származó rokona. A harcos utat tör magának, és mögötte újra rendeződnek a héliumiak zilált sorai. Fölemeli a fejét, hogy oda a kihívást a falon állóknak, a vörös harcosok pedig mellé lépnek és visszanyerik az imént elvesztett teret, és a szívem repsz a boldogságtól meg a büszkeségtől. Mert ez az arca fiamé, ez a nemes harcos a héliumi tartor is. Mellette egy nagy testű marzbéli harci kutya küzd, és én tudom, hogy csak fúla lehet az. Hűséges volám, aki teljesítette nehéz feladatát, és éppen jókor élt vissza a felmentő sereggel. Éppen jókor. Lehet, hogy későn érkeztek ahhoz, hogy megmentsenek, de biztosan bosszút állnak értem. És micsoda büntetés lesz, ha ez a meg nem hódított hadsereg győzi le a gyűlöletes okariakat. Szomorúan sóhajtottam a gondolatra, hogy én ezt nem érhetem meg. Újra az ablakhoz fordultam. A vörös katonák még nem jutottak át a palota külső falán, de vitézül küzdöttek a legjobb okariak ellen, akik remek harcosok voltak, és minden centiméterért derekasan vívtak. Ekkor új jelenségre lettem figyelmes. A város falain túl tóatokon ülő hatalmas harcosok magasodtak a vörös sereg fölé. Hélium zöld szövetségesei voltak, a messzi dél kiszárad tengerfenekeinek vad hordái. Komor, ijesztő csendben közeledtek a kapuhoz, félelmetes hátasaik párnás lába sem keltett hangot. Bevonultak a halálra ítélt városba, és amikor átmentek a jeddakok jeddakjának palotája előtti téren, a menet élén megpillantottam vezérük hatalmas alakját, ártarkast, tárkeddakját. Visszatért az életkedvem, hiszen újra láthattam harcolni régi barátomat, és bár ezúttal nem válvetve vívunk majd, én ugyanazért az ügyért küzdök okar magas tornyában, mint ő odalent. Ellenségeink nem hagyták abba makacs támadásaikat, csak jöttek és jöttek, holott a följárót időnként eltorlaszolták a holtestek. Néhányszor abba hagyták a rohamozást annyi időre, hogy lerángassák a földgyűlt tetemeket, s ilyenkor új harcosok törtek előre, hogy megízlejék a halált. Én is kivettem a részemet menedékünk feljárójának védelmében, amikor Morskajak, aki az utcán zajló csatát figyelte, hirtelen fölkiáltott izgalmában. Aggodalom csengett a hangjában, így amint leváltottak, oda siettem hozzá. A déli látóhatárra mutatott, túl a hó és jég borított a pusztaságon. Ó, oh, Kiáltotta. Tétlenül kell néznem, hogy a kegyetlen sors így bánik el velük, és nem segíthetek, még csak nem is figyelmeztethetem őket, de most már úgy is mindegy. Ahogy a jelzett irányba néztem, megláttam nyugtalanságának okát. Hatalmas flotta közeledett fenségesen kadabra felé a jégfal felől. Egyre gyorsabban közeledtek. Vonza őket az éjszakőrének nevezett gonosz oszlop, mondta Morsz kajak szomorúan, ugyanúgy, ahogy Tardos Morsz flottáját vonzotta. Látod, ott hevernek a roncsok, komor és ijesztő emlékművet állítva az ellenállhatatlan pusztító erőnek. Láttam. De láttam valami mást is, amiről Morsz kajak nem tudhatott. Lelki szemeim előtt megjelent egy föld alatti terem, melynek falát furcsa eszközök és műszerek borították. A szoba közepén egy hosszú asztalnál kis szemű öregember számolta a pénzét. Egy nagy kapcsolót láttam a legtisztábban, melynek fekete fogantyójába egy kis mágnest véstek. Ismét fölnéztem a távolból közeledő flottára. Öt percen belül az egész fenséges armada roncshalmazként hevő az oszloplábán áll a város előtt, és sárga hordák rohannak ki a kapun, hogy végezzenek a roncsok között vakon bugdácsoló túlélőkkel. Ezután jönnek az aptok. Annyira tisztán láttam a szörnyű jelenetet, hogy beleborzomtam. Mindig is gyorsan határoztam és cselekedtem. Az ösztönzés és a cselekvés nálam szinte egyszerre történik ha a gondolataim egyáltalán végigfutnak az érvek fárasztó láncolatán, az csak is tudatom alatt történhet, így én nem is veszem észre. A pszichológusok szerint mivel a tudat alatti nem okoskodik, lelki tevékenységem alapos vizsgálata nem lenne túl hihető számomra. Azonban akárhogy is van, sokszor elértem, amit akartam, miközben egy gondolkodó még mindig a különböző lehetőségek végtelen összehasonlításával lett volna elfoglalva. Ebben az esetben tervem sikere elsősorban a gyorsaságon állt vagy bukott. Megszorítottam a kardomat, és odaszóltam a nyílásnál álló vöröseknek, hogy álljanak félre. Utat Hélium hercegének kiáltottam, és mielőtt összeszedte volna magát a döbbent sárga harcos, aki szerencsétlenségére legelő volt, egyetlen suhintással levágtam a fejét, és dühött bikaként rohantam a mögötte lévőkre. Utat hélium hercegének. Ismételtem, miközben utat vágtam Salen suszó elel megkövült erői között. Jobbra-balra vagdalkozva verekedtem le magam a harcosokkal tömött csigalépcső aljához, és a legalsók elmenekültek, mire leértem, mivel azt hitték, egy egész hadsereg csörtet lefelé. A földszinti fegyvertár már üres volt. Az utolsó okari is kimenekült az udvarra, így senki nem látott még lejjebb, a pince folyosóra menni. Ahogy a lábam vörta, rohantam az ötös elágazáshoz, és befordultam az öreg fösvényhez vezető folyosóba. A kopogást mellőzve berobbantam a szobába, az öreg az asztalnál ült, de ahogy észrevett, felugrott és előhúzta a kardját. Csupán egy pillantásra méltattam, és a nagy kapcsolóhoz indultam, azonban minden gyorsaságom ellenére a gírhes öreg fickó megelőzött. Fogalmam sincs, hogy csinálta. Szinte hihetetlen, hogy egy marsbéli teremtmény képes arra a gyorsaságra, amit én földi izmaimmal értem el. Tigrisként vetette rám magát, és hamar rájöttem, miért választották ki erre a fontos feladatra. Soha életemben nem találkoztam emberrel, aki olyan hihetetlenül ügyesen és jól forgatta volna a kardot, mint ez a csont kollekció. Vagy 40 helyen volt egyszerre, és szinte mielőtt ráébredtem volna a veszélyre, már már majmot csinált belőlem ráadásul halott majmot. Különös, hogyan jönnek elő az emberből nem is sejtett képességek, ha új és váratlan körülményekkel kerül szembe. Azon a napon, a Salensúszó elel palotája alatti teremben tanultam meg, mi az a kartforgatás, és hogy milyen mesteri fokon tudok vívni, ha olyan varázsló az ellenfelem, mint Solan. Egy ideig úgy tűnt, jobb nálam, de hamarosan a felszínre törtek egy életen át rejtett képességeim. Álmomban sem láttam emberi lényt, aki úgy harcolt, mint én akkor. Szinte katasztrófának éreztem, hogy ebben a félhomályos pincében zajlott ez a királyi párbaj, és senki nem láthatta, hiszen sumon az embereket, népeket és fajokat elsősorban a véres összecsapásokban nyújtott teljesítményük alapján ítélik meg. Azért küzdöttem, hogy elérjem a kapcsolót, Solan pedig azért, hogy megakadályozzon ebben. És bár alig egy méter választott el célomtól, a párbaj első öt percében egyetlen centivel sem jutottam közelebb, ugyanakkor Solan sem tudott egyetlen lépéssel sem hátrább szorítani. Tudtam, hogy nagyon kevés időm van, ha meg akarom menteni a flottát, ezért a jól bevált lerohanó taktikához folyamodtam, de Szolannal szemben ez olyan volt, mintha téglafalnak rontottam volna. Közel jártam ahhoz, hogy belefussak a pengéjébe, és megadjam magam a sorsnak, de az igazság az én oldalamon volt, és azt hiszem, az nagyobb önbizalmat ad, mintha gonosz célért küzd az ember. Önbizalmamtól vezérelve csak az egyik oldalát támadtam új út erővel, ezért szólannak ki kellett fordulnia, hogy védekezhessen rohamai ellen, és így is tett. Tehát most mindketten a kapcsoló mellett álltunk a cél egy karnyújtás nyira volt, tőlem jobbra. Az életembe kerülhetett, ha egy pillanatra védtelenül hagyom a melkasomat, de csak így menthettem meg a felmentő flottát, ezért úgy döntöttem, megpróbálom. Egy ravasz szórás közben oldalt nyújtottam a kardomat, és a fogantyúra ütve kikapcsoltam a mágneses erőt. Solan annyira megijedt és meglepődött, hogy végül is nem szúrt, hanem fölkiáltott és a kapcsolóhoz kapott. Az a kiáltás volt az utolsó szava, mert mielőtt elérte volna a fogantyút, a kardom hegye a szívébe hatolt. A csata hevében. Solan utolsó kiáltása sajnos nem maradt hatástalan. Pillanatokon belül tucatnyi őr rohant a szobába, de mire odaértek, már elhajítottam és használhatatlanná vertem a főkapcsolót, s a félelmetes, pusztító mágnest ellátó erős áram nem juthatott el az oszlopba. Az őrök hirtelen érkezése miatt azonnal menedéket kellett keresnem az első félre eső folyosóban. Csalódottan vettem tudomásul, hogy a már ismert folyosó melletti bekerültem. Meghallották, vagy kitalálták, hogy merre mentem, mert alig tettem meg néhány lépést, már is hallottam üldözőim zaját. Semmi kedvem sem volt megállni és harcolni velük, amikor Kadabra városában rengeteg helyen lett volna szükség rám, és ott sokkal többet tehettem magamért és az enyéimért, mint itt, a palota alatt. Azonban a fickók közel jártak a nyomomban. Bár egyáltalán nem ismertem az utat, Tudtam, hogy hamarosan útol érnek, ha nem találok valami rejtek helyet, amíg elhaladnak mellettem, hogy aztán visszaforduljak és fölmenjek a toronyba, vagy esetleg ki az utcára. Egy darabig a folyosó meredeken emelkedett a kapcsolóteremtől, s most már vízszintesen haladt és jól megvilágították, ameddig csak elláttam. Mihelyt ide érnek üldözőim, tisztán látnak majd, és nem léphetek ki a folyoszoról észrevétlenül hamarosan ajtókat láttam a folyosó mindkét oldalán. Számomra mind egy forma volt, benyitottam hát a legelsőn. Egy pazarul berendezett kis szobába jutottam, amely a palota valamelyik hivatalának vagy fogadótermének az előtere lehetett. A túloldalon egy elfüggönyzött nyílás mögül hangokat hallottam. Azonnal átsiettem a szobán, a függönyt szétnyitottam, és benéztem a nagyobb terembe. Vagy ötven, ünneplőbe öltözött nemes állt ott, salen elel trónja előtt. A jeddakok jeddakja éppen hozzájuk beszélt. Ütött az óra szónokolt, amikor beléptem, és bár a ellenségei bejutottak a kapukon, salen el elel akarata ellen semmit sem tehetnek. A nagy szertartástól most el kell tekintenünk, mert sokan a helyükön vannak és védik a várost. Így csak az az ötven nemes van jelen, akiknek a szokások szerint itt kell lenniük, ha okar új királynőt kap. Gyorsan végzünk, és visszatérünk a csatába, és ő, aki most még Hélium hercegnője, a királynői tromból nézheti végig korábbi honfitársainak pusztulását és férje dicsőségét. Ezután az egyik udvaroncához fordult. És valami parancsot súgott neki. Az alatt egy kis ajtóhoz sietett a terem végében, és az ajtót kitárva így kiáltott, ott a Deja Torisnak, okar leendő királynőjének. Két őr jelent meg az ajtóban, és az oltárhoz vonszolták a vonakodó menyasszonyt. A kezét hátra bilincselték, nyilván hogy ne követeszen el öngyilkosságot. Zilált haja és sűrűn emelkedő kéből arról árulkodott, hogy ha láncra vörték is, ő küzdött az ellen, amire kényszerítenék. Amikor Salen suszó ellen meglátta Dejajtorist, előhúzta a kardját, s ugyanúgy tett az ötven nemes is, alagutat formálva, amelyen végig ráncigálták a szerencsétlen, gyönyörű teremtést. Gonoszul elmosolyodtam a gondolatra, hogy mennyire meglepődik majd okar uralkodója, és ujjaim ráfonódtak véres kardom markolatára. Miközben néztem a trónhoz közeledő lassú menetet csak a két őr és néhány pap követte de jajtorist, egy pillanatra észrevettem egy fekete arcot, és egy szempárt, mely az emelvény mögötti kárpitrésén leselkedett. Salensuszó elel a trón mellett állt, és várta mennyasszonyát. Az őrök éppen föltuszkolták Hélium hercegnőjét a trónhoz vezető néhány lépcsőn, okar uralkodója mellé, és én semmi másra nem tudtam figyelni. Az egyik pap kinyitott egy könyvet, és a kezét fölemelve adott a szertartást kísérő monoton éneklésre. Salen suszó elel a mennyasszonya keze után nyúlt. Eredetileg ki akartam várni az események alakulását, hát ha adódik olyan helyzet, amelyikben némi esélyem lesz a sikerre, hiszen hiába csinálják végig az egész szertartást, a házasság érvénytelen, amíg élek. Természetesen az volt a legfőbb célom, hogy megszöktessem a Torist és kivigyem Salen suszó elel palotájából, és hogy ez a hamis esküvő után vagy előtt történik, az mindegy volt. Azonban amikor azt kellett látnom, hogy salensuszó elel hitvány kezét szeretett hercegnőm keze után nyújtja, nem tudtam tovább türtőztetni magam. Mielőtt a nemesek rájöttek volna, mi történik, ritkás soraik között egyenesen az emelvényre ugrottam, de jaj Toris és salensuszó elel mellé. Kardom lapjával félreütöttem a férfi szennyes kezét de jajtor is derékon ragadtam, és magam mögé állítottam, miközben háttal az emelvény függönyeinek szembefordultam éjszak zsarnokával és maroknyi vitéz harcosával. A jeddakok jeddakja hatalmas ember volt egy goromba vadállat, és ahogy dütöl fölborzolt szakállal fölém tornyosult, könnyen el tudom képzelni, hogy egy kevésbé viharedzett harcosnak az inába szállt volna a bátorsága mordult egyet, és kivont karddal ugrott nekem, de soha nem tudtam meg, vajon jól forgatta-e a kardot vagy nem. De jaj Torisszal a hátam mögött már nem voltam emberi lény, ember fölöttivé váltam, és senki sem állíthatott volna meg. Egyetlen, hal kiáltással Hélium hercegnőjéért. Keresztül döftem okar uralkodójának szívét, és Salensuszó elel, arcán szörnyű halál vigyorral, az esküvői trónja előtt álló sápat nemesek lábaihoz gurult. Egy pillanatra feszült csend lett a menyegző teremben, majd az ötven nemes egyszerre rohant nekem. Elszántan harcoltunk, de előnyben voltam, mert az emelvényen álltam, magasabban, mint ők, és a legcsodálatosabb faj legcsodálatosabb asszonyáért, hatalmas szerelmünkért és fiamanyáért vívtam. A vállam mögött pedig kedvesem drága, ezüstös hangján énekelni kezdte Hélium bátor harci himnuszát, amit az asszonyok énekelnek, amikor úruk dicsőséges harcba indul. Ez önmagában, ennél rosszabb esélyek mellett is, elég lett volna a győzelemhez. Egészen biztos vagyok benne, hogy elintéztem volna ezt a teremnyi sárga harcost azon a napon a kadabrai palota menyegző termében, ha egy váratlan esemény nem jön a segítségemre. Gyors és heves volt a küzdelem, Salen Suszó elel nemesei sorra ugrottak föl a trónhoz, és azonnal lesújtotta őket egy kartforgató kéz, amely mintha új varázslatokat tanult volna a Ravasz Solantól. Éppen nagyon el voltam foglalva két támadóval, ezért nem tudtam megfordulni, amikor valami mozgást hallottam a hátam mögött, és a harci himnusz elhallgatott talán Dejajtor is, arra készül, hogy mellém lépjen és együtt harcoljunk. Egy hősi világ hősies lánya. Nem lett volna meglepő, ha kardot ragad és az oldalamon vív, mert ugyan a marsbéli nőket nem tanítják a harcművészetre, meg van bennük a harci szellem, és számtalan esetben kiveszik a részüket a csatákból. Azonban nem jött, és boldog voltam, hiszen megkettőződött volna a feladatom, ha őt is védenem kell, amíg vissza nem küldhetem a biztonságba. Arra gondoltam, hogy kieszelt valami ravasz tervet, így nyugodtan tovább vívtam abban a tudatban, hogy isteni hercegnőm közvetlenül mögöttem van. Legalább fél óráig csatáztam az egyenként előre törő okari nemesekkel, amikor hirtelen a maradék összeállt egy utolsó közös, őrült és elszánt rohamra. Azonban alig, hogy egyet léptek, a terem végén lévő ajtó kivágódott, és bevágtatott egy tágra nyílt szemű hírnök. A jeddakok jeddakja. Kiáltotta. Hol van a jeddakok jeddakja? A várost legyőzték a falon túli hordák, már be is nyomták a palota kapuját, és a déli harcosok előzönlötték a szent termeket. Hol van Salensuszó elel? Egyedül ő élesztheti föl harcosainak lankat bátorságát. Egyedül ő mentheti meg okart. Hol van salensúszó elel. A nemesek elléptek uralkodójuk holt mellől, és egyikük a furcsán vigyorgó arcra mutatott. A hírnök döbbenten hátra tántorodott, mintha arcol csapták volna. Akkor meneküljetek, okar nemesei kiáltotta, mert semmi sem menthet meg titeket. Halljátok. Már jönnek. Miközben beszélt, mély, dühös morgás és fegyvercsörgés hallatszott be a folyosóról. Még egy utolsó pillantásra sem méltattak a nemesek, egy másik kiáraton azonnal kiviharzottak a teremből. Szinte ugyanebben a pillanatban egy sárga csapat jelent meg abban az ajtóban, ahonnan a hírnök érkezett. Hátráltak befelé és makacsul ellenálltak a maroknyi vörös harcosnak, akik lassan, de biztosan szorították őket egyre beljebb. Az emelvényről egy régi barátom, Kantosán arcát láttam meg a küzdők feje fölött. Ő vezette ezt a salen suszó elel palotájának a szívébe behatoló kis csapatot. Rögvest fölmértem, hogy ha hátba támadom az okariakat, annyira szétszilálom őket, hogy ellenállásuk rövid időn belül megtörik. Már is leugrottam az emelvényről, s hátra se tekintve valami magyarázatot vetettem oda de a vállam fölött. Közte és ellenségei közt voltam, ráadásul kantosnál né és harcosai egyre bejjebb nyomultak, így hát semmilyen veszély nem leselkedett a trón mellett egyedül álló Azt akartam, hogy a héliumiak lássanak, és tudják, hogy itt van szeretett hercegnőjük is, mert így még nagyobb hősiességgel küzdenek, mint eddig, bár akik idáig jutottak az észak zsarnokának szinte bevehetetlen palotájában, azok igen nagy harcosok. Átmentem a termen, hogy megtámadjam a kadabraiakat, s közben balra tőlem kinyílt egy kis ajtó. A legnagyobb meglepetésemre a ternek atya, Matai Sengnyi és lánya, Faidor lestek be rajta. Gyorsan körülnéztek. Rémülettől tágra nyílt szemük egy pillanatra megpihent salen suszó elel holtestén, majd tovább siklott a vérvörösre festett padlóról a trón előtt elhullott nemesekre, aztán rám, és végül a másik ajtónál harcolókra nem léptek be, csak végigvizsgálták a sarkokat, és miután szemük végig a termet, vad dühjáradt el matai vonásain, Faidor ajkán pedig hideg és ravasz mosoly játszadozott. Ezután elmentek, de előbb a leány gónyosan az arcomba nevetett. Akkor még nem értettem Matai Seng haragját és Faidor örömét, de azt tudtam, hogy egyik sem jelenthet jót. Másodperceken belül hátba támadta a sárga harcosokat, és amint a héliumiak megláttak ellenségeik válla fölött, hatalmas kiáltás visszhangzott a folyosón, mely egy pillanatra még a csatazajt is elnémította. Hélium hercegéért. Kiabálták. Hélium hercegéért. És éhes oroszlánként vetették magukat a zsákmányra, az egyre fáradtabb északi harcosokra. A két tűz közé szorult sárgák a reménytelenek elszántságával küzdöttek. Ugyanúgy harcoltak, ahogy én is tettem volna a helyükben, amikor eltökéltem, hogy ahány ellenséget csak tudok, magammal viszek a sírba. Csodálatos küzdelem volt, de a vég elkerülhetetlennek látszott, amikor egyszer csak a vörösök háta mögül komoly erősítés érkezett a sárga harcosokhoz. Megfordult a helyzet és most a vörösök őrlődtek két malomkő között. Meg kellett fordulniuk, hogy fölvegyék a harcot a túlerővel, így a trónteremben lévő sárgákat nekem kellett vállalnom. Igen sok munkát adtak, olyannyira, hogy azt hittem, talán sohasem végzek velük. Lassan visszaszorítottak a terem belsejébe, és amikor mindannyian beértek, az utolsó bezárta az ajtót, éli módon eltorlaszolva az utat emberei előtt. Okos csel volt. Teljesen kiszolgáltatottá váltam a teremben lévő tucatnyi harcosnak. Elzárták a segítségemre sietők útját, másrészt pedig elzárták a menekülés lehetőségét a vörös harcosoktól, ha az ellenfél már nagyon szorongatná őket de hát szembenéztem én már ennél sokkal nagyobb túlerővel is, és tudtam, hogy kantosdán számtalanszor kivágta magát ennél jóval veszedelmesebb csapdákból. Nem keserettem el, hanem neki láttam pillanatnyi feladatomnak. Gondolataim minduntalan dejajtól is hoz kalandoztak, és alig vártam, hogy a harc végén karjaimba zárjam és újra halljam szerelmes szavait, amelyeket nem hallhattam oly sok éven át. A vívás alatt annyi időm sem volt, hogy hátra pillant csak a halott uralkodó trónjához, ahol hagytam. Csodálkoztam, hogy már nem énekli hélium himnuszát, azonban elég volt a tudat, hogy érte küzdök, és mindent kihoztam magamból. Fárasztó lenne elmesélni a teremben zajló véres harc minden részletét, amíg utolsó ellenfelemmel is végzett a pengém. Minden esetre amikor egy örömkiáltással, Kitárt karral fordultam meg, hogy megöleljem hercegnőmet, és megkapjam sokszorosan kiérdemelt csókjait, hiszen a délitől az északi sarkig harcoltam érte, az örömkiáltás ajkamra fagyott, karom élettelenül hullott alá, és úgy tántorogtam föl a trón emelvényre, mint akit halálosan megsebeztek. De jajtor is eltűnt. Jutalmak. Abban a pillanatban, amikor fölfogtam, hogy Deja is nincs a trónteremben, eszembe jutott a függönyök közül kileső fekete arc, amit éppen csak észrevettem, amikor váratlanul beléptem a menyegzői terembe. Miért nem intett nagyobb óvatosságra az a gonosz tekintet? Miért hagytam, hogy a dolgok alakulása elfeledtesse velem a leselkedő veszélyt? De, jaj, késő bánat nem fordítja vissza ezt a szörnyűséget. De Jajtor is újra legnagyobb ellenségem, az első szülött fekete datorja, Thúrid kezébe került. Fáradtságos munkám ismét hiába valónak bizonyult. Most már értettem a matai seng arcán megjelenő haragot, és faidorgonos gonosz örömét. Tudták vagy sejtették az igazságot, és a szent ternek hekkadorja, aki nyilván azért jött, hogy meghiúsítsa Salen suszó eleltervezett szószegését a főpappal szemben, aki magának akarta Dejajtorist, rájött, hogy Thurid ellopta a zsákmányt az orra elől. Faidor örömét részben az okozta, hogy tudta, milyen csapás lesz ez nekem, részben pedig a hélium hercegnője iránti féltékeny gyűlölet. Első gondolatom az volt, hogy benézzek a trón hátánál lévő függöny mögé, mivel ott láttam Thuridot utoljára. Egyetlen rántással letéptem helyéről a felbecsülhetetlen értékű anyagot, és egy keskeny ajtó tárult elém. Nem volt kétségem, hogy erre menekült Hurid, de ha lett volna, azonnal eloszlatja az a kis ékszer, amely a folyosó legelején hevert. Fölkaptam a kis csecsebecsét, és hélium hercegnőjének jelét láttam benne. Az ajkamhoz szorítottam, majd szélvészként végig rohantam a palota alsó részei felé lejtő kanyargós úton. Hamarosan solan egykori szobájához értem. A holtözt ugyanott hevert, ahol hagytam, és semmi nem mutatta, hogy bárki járt volna itt a távozásom óta. Azonban tudtam, hogy ketten biztosan itt voltak Thurid, a fekete dítő és Dejajtor is. Egy másodpercre elbizonytalanodtam, Vajon melyik kiárat vezet a megfelelő úthoz? Megpróbáltam fölidézni az utasításokat, amiket hulid ismételt elszólannak, és végül, lassan, mintha sűrű kötből bújnának elő, eszembe jutottak az első szülött szavai. Végig megyek a folyosón, el három jobbra nyíló folyosó előtt, ezután befordulok a negyedikbe, ahol a három előző találkozik. Innen továbbra is jobbra tartok, egészen a bal oldali falhoz húzódva, hogy elkerüljem az aknákat. Ennek a folyosónak a végén egy csiga lépcsőhöz jutok, amin lefelé megyek, nem föl, innentől kezdve az út egyetlen folyosón vezet végig. És visszaidéztem a kiáratot, amelyre mutatott, miközben beszélt. Nekivágtam az ismeretlen útnak, és félredobtam minden óvatosságot, bár tudtam, hogy komoly veszély leselkedik rám. Az út egy részén vak sötétben tapogatóztam, de nagyrészt jól megvilágították a folyosót. Az a szakasz volt a legsötétebb, ahol baloldalt kellett haladnom az akna miatt, és kis hián beleestem a mélységbe, mire észleltem a veszélyt. Alig három mint centiméter széles ösvényen juthattak túl a mélységen a beavatottak, a tudatlanok az első lépésnél lezuhantak volna végül biztonságban áthaladtam, és az út hátralévő lévő részét megkönnyítette a gyenge világítás, és egyszer csak, az utolsó folyosó végén, kiléptem a napvilágra, egy jég és hóborított a földre. Mivel a meleg házváros viszonyaihoz. Voltam öltözve, a sarkvidéki hideget igen csak kellemetlennek éreztem. Majd nem mesztelen voltam, tudtam, hogy nem bírom ki a hideget, és elpusztulok, mielőtt elérném Thuridot és Dejajtorist. A sors kegyetlenségének tűnt, hogy maga a természet mely ugyanolyan fortélyos, mint a vele küzdő ravasz emberek állja utamat. Visszakecmeregtem az alagút melegébe, és olyan kétségbe esetnek éreztem magam, mint még soha. Eszembe sem jutott, hogy föladjam az üldözést, mert tudtam, ha kell, inkább meghalok, mielőtt célhoz érek, de tovább megyek. Ha azonban létezik egy biztonságosabb megoldás, gondoltam, megéri a késedelmet, hogy rátaláljak szerelmemre, és harc készen álljak az oldalán. Alig, hogy beléptem az alagútba, átestem egy szörmén, mely talán a padlóhoz volt rögzítve a fal közelében. A sötétben nem láttam, mi tartja, de ki tapogattam, hogy egy zárt ajtó alól türemkedett ki. Belögtem az ajtót, és egy kis szoba küszöbén találtam magam. A falakon a sárga emberek teljes kinti felszerelései lógtak. Az elhelyezésből nyilvánvaló volt, hogy ez a nemesek öltözője, akik elhagyják a várost, illetve visszatérnek oda. Thuri tudott a létezéséről, és megállt, hogy megfelelő szörmét találjon magának és isnak, mielőtt kimennének a sarkvidéki hidegbe. Sietségében elejtett néhány ruhadarabot, és részben a folyosóra esett szőrme árulta el nekem a szobát, amelynek létezéséről hurida legkevésbé sem akarta, hogy tudjak. Néhány másodperc alatt fölvettem a megfelelő orlóprémet és egy nehéz szörme ezek nélkül képtelenség megbirkózni a jeges utakkal és az ord északi föld fagyos szeleivel. Utána kiléptem az alagútból, és azonnal megpillantottam Thulid és Dejajtól is nyomait a frissen hullott hóban. Most már legalább könnyű volt a feladatom, mert ha nehezen lépkedtem is, már nem volt kétséges az irány, és nem hátráltatott sem a sötétség, sem titkos veszélyek. Az út egy hóborított a szurdokon keresztül az alacsony hegyek tetejére vezetett. Ezután újabb szurdok következett, majd fél kilométerrel odébb egy szikla melletti átjáróhoz jutottam. Az előttem járók nyomaiból világosan kiolvastam, hogy Dejajtor is minduntalan lemaradt, és a fekete kénytelen volt húzni. Máshol csak a férfi láb nyomait láttam, ilyenkor nyilván viníj kellett az asszonyt, és el tudtam képzelni, hogy ellenkezett de is minden lépésnél. A dombötetőre érve megkerültem egy kiálló sziklát, s ekkor hirtelen gyorsabban vert a szívem, mert a következő domb belőtti kisvölgyben négy embert láttam egy barlang szájánál. Mellettük a csillogó havon egy repülő pihent, amit nyilvánvalóan most húztak ki a rejtek helyéről. A négy ember de is, Faidor, hórid és Mata is volt. A két férfi hevesen vitatkozott, a ternek atya fenyegetőzött, a fekete pedig gónyos megjegyzéseket vetett oda, miközben a géppel foglalatoskodott. Óvatosan feléjük kúztam, hogy minél közelebb kerüljek, mielőtt észrevennének, ez idő alatt a férfiak megegyeztek, mert Faidos segítségével neki nekiláttak, hogy a fedélzetre tuszkolják az ellenkező dejajtorist. Ezután megkötözték, és leugrottak a földre, hogy befejezzék a felszálláshoz szükséges előkészületeket. Faidor bement a fedélzeti kabinba. Fél kilométerre lehettem tőlük, amikor Matai Seng felfedezett. Vállon ragadtat Huridot, aki erre megfordult és felém mutatott. Most már tisztán láthattak, mert amint fölfedeztek, fölöslegessé vált minden óvatosság, és tiszta erőből futni kezdtem a géphez. Megkettőzött erőfeszítéssel próbálták beindítani a légcsavart, amit láthatóan csak most szereltek vissza valami javítás után. Mire az előttem lévő út felét megtettem, sikerült végezniük, és mindketten a beszálló létrehoz rohantak. Túrid ért oda elsőnek. Egy majom ügyességével a fedélzeten termett, megnyomta a felhajtó gáztartályokat irányító gombot, és a gép emelkedni kezdett, bár sokkal lassabban, mint egy jó állapotban lévő repülő. Pár száz méterre lehettem tőlük, és néztem, ahogy elszöknek előlem. Kadabra városában csodálatos gépekből álló, hatalmas flotta állt rendelkezésemre hélium és ptart hajói, amiket nemrég mentettem meg a pusztulástól, azonban mire odaérnék, Thurid messze járna. Miközben futottam, láttam, ahogy Matai senküszködik a himbálódzó létrán, és az első szülött gonosz arccal néz le rá. A hajó tattyáról lógó kikötőkötél új reményt ébresztett bennem, hiszen, ha elérem, mielőtt a gép túl magasra emelkedik, talán fölmászhatok a fedélzetre. A repülővel nyilvánvalóan komoly baj volt, mert alig-alig emelkedett, és Thurit hiába fordította el kétszer is az indítókart, a hajó szinte mozdulatlanul lebegett a levegőben, csak az enyhe északi szél sodort a kissé dél felé. Matai Seng végül elérte a hajókorlátot. Hosszú, karomszerű ujjaival felnyúlt, hogy megkapaszkodjon. Túrid még közelebb hajolt összeesküvő társához. Hirtelen tör villant a fekete magasba emelt kezében, és közeledett a ternek atyának sápadt arcához. Félelmében a szent Hekkador fölkiáltott, és megragadta támadója karját. Már kis hián elértem a kötelet. A gép továbbra is lassan emelkedett, és távolodott tőlem. És akkor, alig karnyújtásnyira a földtől éppen elemelkedő kötéltől, elestem a jeges úton, és a fejemet bevertem egy sziklába. Az ütéstől elvesztettem az eszméletemet. Csak másodpercekig fekhettem öntudatlanul, s eközben egyre távolodott tőlem az, aki a legkedvesebb volt nekem. Amikor kinyitottam a szemem, Thurid és matai eng még mindig a létra tetején harcolt, és a repülő csak száz méterrel került délebre, azonban a kötél vége már jó tíz méterre volt a talajtól. Kis hián megőrültem, amiért a Belzösz elbuktatott közvetlenül a célom előtt. Eszeveszett tempóban tettem meg a hátrélevő távolságot, és a kötél magasban himválódzó vége alatt megfeszítettem földi izmaimat, hogy megkísértsem a lehetetlent. Hatalmas, macska-szerű ugrással repültem a vékony kötél felé ez volt az egyetlen út, hogy utolérjem el rabolt szerelmemet. Újjaim 30 centivel a vége fölött kulcsolódtak a kötélre. Szorosan fogtam, de a kötél fokozatosan kicsúszott az ujjaim közül. Szabad kezemet megpróbáltam a másik fölé tenni, de test helyzetem megváltoztatása miatt csak még gyorsabban csúsztam lefelé. Éreztem, hogy ellenségem ismét megszökik előlem. Még egy pillanat, és minden elvész, és akkor a kötél végén a kezem beleakadt egy csomóba, és nem csúszott tovább. Hálaimát rebegtem, és mászni kezdtem a fedélzet felé. Most nem láttam Thulidot és Mata is hangot, de hallottam veszekedő hangjukat, tudtam, hogy még mindig küzdenek a tern az életéért, a fekete pedig a gyorsabb emelkedésért, amit elérhet, ha megszabadul a fölösleges tehertől. Ha a matai seng meghal, mielőtt följutok, akkor nagyon kis esélyem marad, hiszen a feketének csak el kell vágnia a kötelet, és örökre megszabadul tőlem. A gép ugyanis egy szakadék fölé sodródott, és ha lezuhanok, pé -pé zúzódom a sziklákon. Végül elértem a hajókorlátot, és ugyanabban a pillanatban velőtrázó sikolyt hallottam. Meghűlt ereimben a vér, amikor megfordultam és lenéztem. Matai Seng a Szent Hekkador, a ternek atya utolsó útjára ment. Ezután visszafordultam a fedélzet felé, és megpillantottam Thuridot, aki törrel a kezében felé ugrott. A kébin elejénél volt, míg én a hajó tattyánál próbáltam bemászni alig néhány lépés választott el minket egymástól. Semmilyen földi hatalom sem juthatott volna a fedélzetre, mielőtt a dühös fekete nekem ront. Tudtam, ez a vég. De ha esetleg kétségem lett volna e felől, azt a Thurid gonosz arcán szétáradó, undorító győztes vigi ő hamar eloszlatta volna. Thurid mögött láttam a rémülettől tágra nyílt szemű torist, aki próbált kiszabadulni kötelékeiből. Kétszer olyan nehéz volt elviselni, ami rám vár, azzal a tudattal, hogy szerelmem tanúja lesz szörnyű halálomnak. Már meg sem próbáltam átmászni a korláton. Inkább bal kézzel erősen megkapaszkodtam, jobbommal pedig előhúztam tőrömet. Legalább úgy halljak meg, ahogy éltem harcolva. Ahogy Thurid elhaladt a Kébin bejárata előtt, újabb fordulat történt a komor légi tragédiában, Matai Seng megrongálódott repülőjének fedélzétén. Faidor kipirult arccal, zilált hajjal és kisírt szemekkel, pedig a büszke Istennő mindig elfojtotta könnyeit, közvetlenül elémugrott. Kezében hosszú, vékony tőr. Még egyszer ránéztem szeretett hercegnőmre, mosolyogva, ahogy egy halálra szánt férfihoz illik. Majd Faidorhoz fordultam és vártam a kegyelem döfést. Arca abban a pillanatban szebb volt, mint valaha. Hihetetlennek tűnik hogy ilyen gyönyörű testben ennyire gonosz és kegyetlen szív lakozhat. Azon a napon új, addig soha nem látott kifejezés csillogott csodás szemében valami ismeretlen látság és szenvedés. Túrid közben mellé és félre akarta lökni, hogy ő intézhessen el. És ami ezután következett, az olyan gyorsan történt, hogy véget is ért, mire fölfogtam. Faidor karcsú keze megragadta a fekete csuklóját, Felemelt jobbjában megcsillant a penge. Ezt Mata is hangért. Kiáltotta, és belevágta kését a détő mellébe. Ezt azért, amit Dejajtorisszal tettél. És az éles acél ismét belehasított a véres húsba. És ezt, és ezt, és ezt sikoltotta John Carterért, Hélium hercegéért. És minden egyes szónál szúrt egyet a gazember gonosz szívébe. Végül lelökte a fedélzetről az első szülött holtestét, s az félelmetes csöndben követte áldozatát, mata is hangot. A meglepetéstől bénultan meg sem próbáltam feljutni a fedélzetre a félelmetes jelenet alatt, melynek tanúja voltam. Azonban még jobban megdöbbentett Faidor következő cselekedete, mert oda nyújtotta a kezét, és átsegített a korláton. Elképettem, és leplezetlen csodálkozással álltam előtte. Halvány mosoly jelent meg az ajkán ez nem az Isten eddig ismert kegyetlen és gőgös nevetése volt. Csodálkozol, John Carter kérdezte, mi okozott benne mekkora változást. Megmondom. A szerelem. Az irántad érzett szerelem. És amikor erre rosszallóan fölvontam a szemöldökömet, fölemelte a kezét és türelemre intett. Vári mondta nem az én szerelmemről beszélek, hanem hercegnődéről, de jajtoriséről. Ez az érzelem tanította meg nekem, milyen az igaz szerelem. Milyennek kell lennie, és milyen távol állt az én, önző és féltékeny érzelmem a valódi szerelemtől. Megváltoztam most már tudnék úgy szeretni, mint Dejajtor is, és az az utolsó reményem, hogy tudom, újra együtt lehettek, mert egyedül benne találhatod meg az igazi boldogságot. Azonban boldogtalanná tesz eddigi gonoszságom. Sok bűn miatt kell vezekelnem, és ha örökké élnék, akkor is rövid lenne az idő, hogy mindenért megbűnhődjek. De van még egy lehetőség, és Faidor, a Szent Ternek Szent Hekkadorjának lánya védkezett ugyan, de ma jóvá tett valamit, és hogy ne kételkedhes változásának őszinteségében és új szeretetében, melyel Dejajtorist is megöleli, az egyetlen lehetséges módon fogja bebizonyítani neked őszinteségét, miután valaki más számára megmentett, Faidor nem áll közétek. Amint befejezte, megfordult, és a fedélzetről a mélységbe vetette magát. Rémültem, felkiáltottam, és előreugrottam, hogy megmentsem az életét egy embernek, akit két évig boldogan elpusztítottam volna, de hiába. Elkéstem. Könnyes szemmel elfordultam, hogy ne kelljen látnom ezt a szörnyűséget. Aztán azonnal elvágtam Dejhtor is köteleit, és ahogy a nyakam köré fonta drága karját, stökéletes tökéletes az enyémre tapasztotta, elfelejtettem minden szörnyűséget és szenvedést, amit a jutalom reményében elviseltem. Az új uralkodó. A gép, melyen 12 hosszú év után újra kettesben voltunk de teljesen használhatatlannak bizonyult. A felhajtó erősen eresztettek. A motort nem lehetett beindítani. Tehetetlenül sodródtunk a sarkvidéki hómező fölött. Repülőnk átlebegett a matai seng, Thurid és Faidor holtestét őrző szakadék fölött, és egy alacsony domb fölé került. Kinyitottam a felhajtó gázszelepeket, és lassan leszálltunk. Amint földet értünk, leléptünk a fedélzetről, és a fagyos vidéken kéz a kézben visszaindultunk Kadabra városába. Ugyanazon az alagúton mentünk be, ahol kijöttem, és lassan sétáltunk, hiszen rengeteg mondani valónk volt egymásnak. Kedvesem elmesélte azt a szörnyűséges pillanatot, amikor hónapokkal ezelőtt lassan bezárult közöttünk a börtön ajtaja a naptemplomában. Elmondta, hogyan ugrott neki faidor magasra emelt tőrrel, és Thuvia sikoltását, amikor rájött az istennő gonosz szándékára. Ez a kiáltás csengett a fülemben a hosszú, fáradtságos hónapok alatt, még heves kétségek gyötörtek hercegnőm sorsa miatt. Mert nem tudtam, hogy Thuvia kicsavarta Matai senglányának englányának a kezéből a kést, mielőtt kár tehetett volna de vagy benne. Elmondta azt is, milyen végtelenül hosszú volt a fogság. Beszélt Faidor kegyetlen gyűlöletéről és Thuvia odaadó szeretetéről, és arról, hogy még a legsötétebb elkeseredettségükben is mennyire bíztak és reménykedtek abban, hogy John Carter rájuk talál, és kiszabadítja őket. Hamarosan Solan termébe értünk. Minden óvatosságot félretettem, mert biztos voltam benne, hogy a város és a palota addigra barátaim kezébe került. Így történt, hogy egyenesen Salen suszó elel egy tucat nemesének a karjaiba futottam, éppen kifelé tartottak a folyosón. Amint megláttak, megtorpantak, majd csúf mosoly torzította elvezetőjük arcát. Íme, minden szerencsétlenség okozója. Kiáltotta, és rám mutatott. Annyi örömünk legalább maradt, hogy hélium hercegének és hercegnőjének a megcsonkított holttestét hagyjuk magunk után. Amikor megtalálják őket hüvelykújjával a palota felé bökött, megtudják, milyen a sárga emberek bosszúja. Készülj a halálra, John Carter, de hogy még rosszabb legyen a vég, tudnod kell, lehet, hogy meggondolom magam, és hercegnődet nem részesítem kegyes halálban. Inkább talán nem eseim kedvére bocsátom. A műszerekkel borított fal közelében álltam. Mellettem de jajtor is. Csodálkozva nézett rám, amikor ellenségeink kivont karddal előre léptek, mert én nem nyúltam a fegyverem után, és az ajkamon mosoly játszadozott. A sárga nemesek szintén meglepődtek, és mivel nem mozdultam, valamit cseltől tartva habozni kezdtek, vezérük azonban noszogatta őket. Amikor már-már kartávolságra voltak, Fölemeltem a kezem, egy nagy kapcsoló sima fogantójára helyeztem, és zord mosolyjal a szemükbe néztem. Egyszerre torpantak meg, és ilyetten néztek rám és egymásra. Áj! Üvöltötte a vezér. Nem gondolod komolyan, amit csinálsz. Úgy van feleltem. John Carter nem gondolkodik ilyesmin. Ha bármelyik őtök még egy lépést tesz de is, Hélium hercegnője felé, meghúzom ezt a kart, és meghalunk. De nem csak mi távozunk. A nemesek visszahúzódtak, és néhány pillanatig egymás közt sugdolóztak. Végül a vezér így szólt. Menj utadra, John Carter, és mi is megyünk a magunkén. A foglyoknak nincs saját útjuk válaszoltam, és ti foglyok vagytok. Hélium hercegének fogjai. Mielőtt felelhettek volna, a túloldalon kinyílt egy ajtó, és húsz sárga harcos rohant a terembe. A nemesek már-már már megkönnyebbültek, de mindjárt elből jó elti a tekintetük, mert a csapat vezérében fölismerték talut, Marentin a rebellis hercegét. Tudták, hogy tőle sem segítségre, sem kegyelemre nem számíthatnak. Talu egy pillantással fölmérte a helyzetet és elmosolyodott. Jó munka, John Carter mondta. A saját hatalmukat fordítod ellenük. Nagy szerencse okarnak, hogy megakadályoztad a szökésüket, mert ezek a legnagyobb gazfickók a jégfaltól éjszakra. És ez folytatta a vezetőjükre mutatva ki kiáltotta volna magát a jeddakok jeddakjának salensúszó szó elel helyett. Akkor még aljasabb uralkodónk lett volna, mint az általad megölt gyűlöletes arnok. Az okari nemesek megadták magukat, hiszen egyébként halál várt volna rájuk, és talú emberei elvezették őket. Mi is visszamentünk Salen el elfogadó termébe, ahol rengeteg harcos gyűlt össze. A héliumi és ptarti vörös emberek, s az északi sárga harcosok kartkarba öltve álltak az első szülött feketékkel, akik barátom, Xodar vezetésével kutattak utánam és hercegnőm után. A déli holt tengerfenekek vad zöld harcosai is ott voltak, és néhány fehér bőrű tern, akik megtagadták vallásukat és hűséges küttettek szodarnak. Tardos most és morsz kajakot is láttam, és pompás harci felszerelésében fenségesen kimagaslott köztük fiam, Tartor is. Mindhárman de jajtor is hozrohantak, amint beléptünk, és bár a királyi marslakókat korán sem úgy nevelik, hogy közönségesen kinyilvánítsák érzelmeiket, már már attól féltem, hercegnőm megfullad az ölelésükben. Ott voltak régi barátaim, társ Tarkas, tárk és Kantos is, és fékezhetetlen szeretetében sziaim a tépkedve ugrált körülöttem volna, aki alig bírt magával örömében. Sokáig éjjeneztek minket. Fülsiketítő zajt csaptak a magasban összecsapó pengék, ahogy a mars minden tájáról érkezett, kipróbált harcosok győzelmüket ünnepelték. Azonban nehéz szívvel mentem végig a tisztelgő nemesek és harcosok, fedek és jeddakok előtt, mert két embert, akiket szerettem volna látni, sehol sem találtam. Tuvan Din és Ptartit nem voltak a teremben. A harcosoktól utánuk érdeklődtem, végül az egyik sárga hadifogolytól megtudtam, hogy egy tiszt letartóztatta őket, amikor a bőség börtönét keresték, ahová engem zártak. Fölösleges lett volna megkérdeznem, miért ment oda a bátor jeddak és hűséges leánya. A fogóli azt mondta, valamelyik föld alatti tömlöcben lehetnek, mert ott akarták tartani őket, amíg az éjszak zsarnoka dönt a sorsukról. Kutatócsoportokat indítottam azon nyomban, hogy átfésüljék az ősrégi épületet. És boldogságom csak hamar kiteljesedett, mert az éjjelző őrök között beléptek a terembe a keresett személyek. Tuvia azonnal Dejajtor is szaladt, és semmi sem bizonyította volna ékesebben egymás iránti szeretetüket, mint az, ahogy ő szintén megölelték egymást. Okar üres trónja némán nézett le a zsúfolt teremre sok különös dolgot láthatott már a trón azóta a régmúlt napóta, amikor először ült rá a jeddakok jeddakja, ám a mai látvány egyikhez sem hasonlíthatott. A rég elfeledett sárga emberek múltján és jövőjén gondolkoztam. Fényesebb és hasznosabb létet szántam nekik a baráti nemzetek nagy családjában, mely a déli sarkörtől idáig szinte mindenkit magába foglalt. 22 évvel ezelőtt, Mesztelenül és idegenként csöppentem ebbe a különös és vadvilágba. Minden faj és nemzet állandó harcban állt mindenki mással ezen a napon, hála kardomnak és kardommal szerzett barátaim hűségének, feketék és fehérek, vörösek és zöldek békében és barátságban álltak egymás mellett. Még nem egyesült minden barsumi nép, de nagy lépést tettem ezért a célért, és ha sikerül megnyernem a vadsárgákat testvériségünk számára, Kiteljesedik életművem, és letörlesztem a bolygónak tartozásom egy részét, amiért nekem adta de jajtorist. Hosszan töprengtem, de végül is egyetlen megoldást láttam, egyetlen ember válthatta valóra reményeimet. Mint mindig, azonnal cselekedtem mérlegelés és megbeszélés nélkül. Akinek nem tetszenek a terveim vagy az a mód, ahogy kinevezem embereimet, a kardjával megvédheti álláspontját. Most azonban senki nem ellenkezett, amikor megragadtam talukarját és salensuszó elelt trónjára ültettem. Barsumi harcosok kiáltottam, Kadabra és az Észak gyűlöletes zsarnoka elbukott, de meg kell őrizni egységét. A vörös embereknek vörös jeddakjuk van, az ősi tengerek zöld harcosai csak zöld uralkodót fogadnának el, a déli sarkör első szülötteinek xodarszabb törvényt sem a sárga, sem a vörös embereknek nem lenne érdeke, hogy vörös jeddag foglalja el okartrónját. Egyetlen egy ember alkalmas arra, hogy a jeddakok jeddakjának ősi és felséges címét viselje éjszakon. Okariak, emeljétek magasra kardjaitokat uralkodótok tiszteletére, aki nem más, mint talul, Marentin a hercege. Hatalmas üdvivalgás tört ki a szabad marendőaiak és a fogóli kadabraiak körében, hiszen mindannyian azt hitték, hogy a vörös emberek megtartják, amit erővel szereztek, mert ez volt a szokás barsumon, és idegen jeddak fog uralkodni fölöttük. A Czartorist követő dicsőséges harcosok csatlakoztak a heves érzelem nyilvánításhoz, és az újjongó tömeg és felfordulás közepette de is és én kiszöktünk a jeddakok pompás kertjébe, mely a kadabrai palota belső udvarának éke. Vóla a sarkunkban ügetett, és a bíbor viráglugasban, egy csodálatosan faragott padon két embert láttunk, akik megelőztek Ptartit és Héliumi Tartorist. A nemes fiatalember feje a leány csodálatos arcára bórult. Mosolyogva de torisra pillantottam, magamhoz húztam, és odasúgtam neki. Miért is ne? Tényleg, miért is ne? Mit számít a kor itt, az örök ifjúság földjén? Talú vendégeiként kadabrában maradtunk amíg elfoglalta hivatalát, majd a hatalmas flottával, amit szerencsésen megmentettem a pusztulástól, átrepültünk a jégfal fölött. Előbb azonban végignéztük az éjszak komorőrének az új jeddakok jeddakja parancsára történő megsemmisítését. Mostantól mondta Talú, amikor végeztek a munkával a vörös és fekete flották ugyanúgy jöhetnek mehetnek a jégfalon túl, mint a saját földjeik fölött a hullabarlangokat kitisztítjuk, hogy a zöldek könnyen eljuthassanak a sárga emberek földjére, és nemeseim sportot űzhetnek a szentebb vadászatából, amíg az utolsó ocsmány példány is eltűnik a fagyos éjszakról. Szomorúan búcsúztunk el sárga barátainktól, és Ptartba repültünk. Ott egy hónapig voltunk Thuvandin vendégei, és úgy vettem észre, Czartor is örökre ott maradt volna, ha nem hélium egyik hercege. Kaol hatalmas erdeje fölött lebegtünk, amíg Kulantit nem üzent, hogy kiköthetünk egyetlen leszálló tornyán. Egész nap és fél éjszaka tartott a kiszállás. Azért látogattuk meg Kulantitet, hogy megerősítsük a Kaol és Hélium közötti új kapcsolatokat. Végül egy örökre emlékezetes napon megpillantottuk Hélium két ikervárosának karcsú tornyait. Az emberek régóta készülődtek a fogadásunkra. Az ég hemzsegett a pompásan feldíszített repülőktől, mindkét város háztetői drága sejmek és szőnyegek borították. Arany és gyémánt hevert minden tetőn, utcán és téren. A két város szinte izzott a ragyogó napsugarat számtalan színben visszaverő csodálatos kövek és a csillogó fény tüzétől. Végül, 12 év után, Hélium királyi családja saját felséges városában egyesült újra, a boldogságtól őrjöngő milliók szeme láttára, a palota kapui előtt. A szonyok, gyerekek és bátor harcosok sírva adtak hálát a sorsnak, hogy visszakapták szeretett uralkodójukat, Tardos Morst és az isteni hercegnőt, akit az egész nemzet bálványozott de mindenkinek kijutott az ünneplésből, aki részt vett a leírhatatlanul veszélyes és dicsőséges hadjáratban. Aznap este Deja Torisszal és Czartorisszal városi palotám tetőteraszán üldögéltünk csodálatos kertünkben, amit azért építettünk, hogy visszavonulhassunk az udvari pompától és élvezzük a csendes boldogságot. Ám hírnök érkezett, és a jutalom templomába rendelt. Törtem a fejem, mi lehet az a fontos ügy, amiért a királyi család tagjait elszólítják palotáikból még azon az estén, amikor hosszú évek után végre visszatértek Héliumba, de ha a jeddak hívat, senki sem késlekedhet. Amint gépünk leszállt a templom tetejére, számtalan érkező és távozó gépet láttam. Lent az utcán rengetegen siettek a kapuk felé. Lassan eszembe jutott az elhalasztott ítélet, amely azóta várt rám, hogy zat erősz a bírák elé állított, mert visszatértem a dorvölgyéből, a kórúz elveszett tengerem elől. Lehet, hogy a marsbéli emberek szigorú igazságérzete tette velük azt a sok jót, ami eretnekségemből származott. Ilyen hamar elfelejtették volna, hogy milyen sokkal tartoznak nekem, amiért megszabadítottam őket szörnyű hitük kötelékeitől. Képesek semmibe venni, hogy én, és egyedül én mentettem meg Czartorist, Dejajtorist, Mozkajakot és Tardos Morst. Nem akartam elhinni mindezt, mégis, mi másért hívathatnak a jutalom templomába, közvetlenül azután, hogy Tardos Morz ismét elfoglalta trónját. Az első meglepetés akkor ért, amikor beléptem, és a becsület trónjához közeledve megláttam bíráimat. Ott ült Kulantit, Kaol Jeddakja, akitől néhány napja váltunk el saját palotájában, mellette Huvandin, tart Jeddakia, hogy került ilyen gyorsan héliumba. Tárz Tarkast, is láttam, és Xodart, az első szülöttek uralkodóját. Talú is ott volt, a jeddakok jeddakja éjszakon, akiről megesküdtem volna, hogy jéggel körülvet melegházvárosában maradt az északi fal túlsó oldalán. Mindannyiuk között ült tardos morz és morzkajak, alacsonyabb rangú fedek és jeddakok társaságában. Harminc egyen voltak összesen, mert ennyien mondhatnak ítéletet egy közéjük való fölött jogszerű királyi ítélőszék, és biztos voltam benne, ilyen bíróság még soha nem ült össze az ősi mars történetében. Amint beléptem, a termet zsúfolásig megtöltő emberek elcsendesedtek. Ekkor tardos morsz fölállt. John Carter mondta mély, mars béli hangján, foglad el helid az igazság padján, mert a társaidból álló méltányos és igazságos ítélőszék a te ügyedet tárgyalja. Nyílt tekintettel és emelt fővel követtem parancsait. Végig néztem a bírák arcán. Egy perccel ezelőtt még megesküdtem volna, hogy valamennyien a legjobb barátaim, de most egyetlen barátságos pillantást sem kaptam. Szigorú, megvesztegethetetlen bírákkal álltam szemben. Egy hivatalnok fölállt, és egy hatalmas könyvből fölolvasta jelentősebb tetteimet, amiket az alatta 22 év alatt vittem véghez, amióta először a marsok mohájára léptem a tárkok keltetője mellett. Többek között fölolvasta, mit csináltam az ocshegységben, ahol a Szent Dönek és az első szülöttek uralkodtak. Barsumon az a szokás, hogy a vádlottnak fölolvassák az erényeit is, nem csak a bűneit, így nem lepett meg, hogy bíráim végig hallgatták jó cselekedeteimet, amiket egyébként fejből ismertek egészen addig a pillanatig, hogy visszatértem héliumba. Miután véget ért a felolvasás, Tardos Morz emelkedett szólásra. Igazság bírái kezdte, mindent hallottatok. Amit tudunk John Carterról, Hélium hercegéről. A jót is, a rosszat is. Hogyan ítélkeztek? Ekkor tárztarkas lassan fölállt, teljes torony magasságban kihúzta magát, s zöldes-bronz színű szoborként állt fölöttünk. Bajós tekintettel nézett rám éppen ő, tárztarkas, akivel számtalan csatát harcoltunk végig, akit testvérként szerettem. Sírni tudtam volna, ha nem folytogat a düh annyira, hogy kis híján kirántott karddal nekik rohanok. Bírák mondta. Egyetlen ítélet lehetséges. John Carter nem lehet tovább hélium hercege. Itt várt egy kicsit. Legyen a jeddakok jeddakja, barsumura. A bírák fölpattantak, és magasra emelt karddal jelezték, hogy mind a harminc egyen egyetértenek az ítélettel. Vihar tört ki a felséges épület széltében hosszában. Végül már attól tartottam, hogy leszakad a tető a mennydörgő üdvivagástól. Végre megértettem a fekete humort, amelyen rám bízták ezt a hatalmas rangot, és a bírák, majd a nemesek őszinte jó kívánságai meggyőztek róla, hogy valóban nekem ítélték ezt a címet. Ezután a mars legnagyobb királyi udvarainak ötven legkiválóbb nemese lépett be, és a vállukon egy ragyogó végig végigjöttek a remény útján. Amikor az emberek meglátták, kit hoznak, Örömújjongásuk messze túlszárnyalta az imént Mert Dejajtor is, hélium szeretett hercegnője közeledett. Egyenesen a becsület trónjához vitték, ahol Tardos Morz lesegítette, majd mellém vezette. Hadd osztozzam a világ legszebb asszonya férjének a dicsőségében, mondta. Ott, mindannyiuk előtt magamhoz öleltem a feleségemet, és megcsókoltam.